Leslie elő. Lawrence, 2015. Múmia vadászok. Első. Ne dugd, kisfiam, az újad. A múmia bácsi szájába, mert leharapja. Idézett hülye Billy anyukájától. A könyvben előforduló fontosabb. Személyek. Ahmed Khan. Főrendőr. Austin, Peter. Mr. Dermot embere. Kihívja maga ellen a sorsot? Az pedig jól fenéken rúgja. Bagvaracs tanácsos. Hősünk támogatója, nagy hatalmú főrendőr. Előbb nem ért semmit, később még kevesebbet. A végén aztán rendbe jön nála minden. Balini memszáhib. Kedveli hősünket, ezért aztán hősünk választhat a börtön vagy egy veszélyes küldetés között, amelynek során elrabolja egy szamosza árus ruháját. Nem nagy zsákmány, de talán az életét menti meg vele. Szamosza, Olajban sült sütemény. Bárkermex. Valamics kétért a múmiákhoz. Mr. Dermot embere. Nem szívesen öl embert, csak ha nagyon muszáj. Bár ez sem biztos. Bilot Rudy. Mr. Dermot embere. Nem haverkodik hősünkkel. Brooks Nörmen. Mr. Dermot embere. Goromba fickó, kedveli hősünk ruháit, meg akarja szerezni őket, ez aztán nem jön be neki. Kerinton James. Póklábú, pókkezű gumiabroncsgyáros. Három múmiát keres a Himalájában. Megszúrja egy skorpió, és összeomlik alatta egy budi. Méltó helyére kerül. Dickárváló Domingos. Hősünk barátja és néha vetétársa. A pagoda tetők megszállotja, emiatt gyakran menekülnie kell. Utálja a múmiákat, ám azért keresi őket. Csandra Gupta felügyelő. A vasúti rendőrség felügyelője megesik a szíve hősünkön, pedig ha rövid időre börtönbe csukja, sok bajtól óvta volna meg. Damáru. Múmia, jelentése, dob. Tartózkodási helye kezdetben ismeretlen, és később is az marad. Vagy nem. Dux. Múmia, jelentése, napernyő. Lásd, mint Damáru. Dilbu. Múmia, jelentése, csengettyű. Lásd, mint Damáru. Dörmöt, Brusz Pocakos pókra hasonlít. Kozmetikumgyárai vannak, és három múmiát keres a Himalájában. Nem zavarják a gyilkosságok, kivéve, ha őt magát akarják meggyilkolni. Megpróbálja magához édesgetni főhősünket. Zakporin Pócse. Kolostorának az apátja. Gópi. Fiatal, hindú nő. Néha látomásai vannak. Emmer kerintön munkatársa. Gyakran hisztizik, de aztán összeszedi magát és tovább hisztizik. Vagy csak úgy tesz, hogy megussza élve. Hovard, Beverly. Izgalmas és titokzatos hölgy. Pedig nem is muszlim. Mindenkit kihallgat, mindent tud, és gyanús szándékai vannak. Hősünkkel is. Hovard, Lucy. Emmer és Mr. Dermot korábbi felesége. A pötómök folyóban találták meg. Nem úszva. Holtan. Kabi lelfelügyelő. felügyelő. Először jár a himalájában, gyilkosokat keres és jakszarba lép. Idegesíti a tömött fogó múmia, bár a nem tömött fogóak a is idegesítik. Bízik hősünkben, ezért majd nem kinyírják. Kedsz, Robert. Szelidóriás. De azért. Emmer kerintön embere. Lorenz, Leslie elő a keleti kultúrák és a rovarok kutatója, a nyugatiaké is. Három múmiát keres a Himalájában. Mindent tud, ám sok mindent rosszul. De azért teszi a dolgát. Utálja a rossz embereket és a macskadémont. Az előbbieket jobban. Nyímarin Karcsiga Gyűlöli a macskadémont és a gyilkosságokat. Macskadémonnal nem is találkozik, gyilkossággal viszont többel is. Tagmarin Tarpalink kolostor apátja. Sokra tartja hősünket, és segíteni szeretne neki. Erre aztán jól rá is fázik. Palmer, Gördő. Muzeológus, Mr. Dermot munkatársa. Kezdetben lelkesen keresi a múmiákat, később lelohad a lelkesedése, akár csak Emmer Lorenz fején a búb. Együtt fürdik hősünkkel egy büdös csatornában. Utálja, ha meggyilkolnak valakit a környezetében. Ha többet, azt még jobban. Figyelmeztetés az olvasónak. Szerepelnek még a könyvben gyilkosok, áldozatok, felejthető fickók, kutyák és jakok, közülük azonban csak gyalpok kutya érdemel név szerinti említést. Aki véletlenül kimaradt, de megérdemelte volna, hogy bekerüljön, attól a szerző ezennel ünnepélyesen elnézést kér. a vadászat. 1. Egy éjszakai vonaton minden megtörténhet. Többek között az is, hogy megpróbálják kilökni belőle az embert. Mint ahogy engem is megpróbáltak. És hogy ez végül is nem sikerült, alig hanem egyedül és kizárólag a védő szellememnek, ídámomnak köszönhetem. De hogy az elején kezdjem, az új Delhi Csennai vonalon vonatoztam éppen Csennai felé. Kíváncsi voltam a városra régi nevén madrászra, s mivel egyéb dolgom is volt a környéken meg szerettem volna látogatni egy buddhista kolostort, úgy gondoltam, hogy eltöltök néhány napot a nyüzsgő sokadalomban. Fényképeket már láttam Csennairól, és ezekből meggyőződhettem róla, hogy ez a város sem különbözik a többi indiai nagyvárostól legalábbis ami a népességét illeti. Sokkal többen laknak benne, mint ahányan beleférnek. A kocsi utasai konszolidált embereknek tűntek úgy gondoltam, hogy zavartalan lesz az éjszakám. Hát nem lett az. Odakint pokoli volt a hőség, s idebent se panaszkodhattunk rá, hogy lefagy a fülünk a jeges széltől. A mennyezeten fáradtan lihegő ventilátor unottan kevergette a dohos levegőt. Ez persze közel sem volt elég ahhoz, hogy elviselhető legyen tőle a hőmérséklet. Rövid hánykolódás után beláttam, hogy ebben a hőségben alig ha leszek képes elaludni. Arról már nem is beszélve, hogy a nemrég felszolgált vacsora alaposan megfeküdte a gyomromat, s még a számat is égette, mint a parázs nem is fogyasztottam el egészen, a felszolgáló elégedetlen fejcsóválással vitte vissza a felét. Ettől kicsit el is szégyeltem magam. Indiában sokan vannak, akiknek soha nem jut vacsora, én pedig éppen csak belekóstoltam, és már küldtem is vissza. Hiába, még szoktatnom kell magam az indiai ételekhez. Mit nem adtam volna egy jó pohár hideg kumiszért vagy himalájai teáért? Így azonban az éjszaka kellős közepén kénytelen voltam megelégedni néhány kis üveg cocacolával. A vonat zakatolt, s a meleg ellenére ismét csak elszundítottam. A kocsi utasai már félrebillent fejjel járták az éjszakai álommezőket, csupán néhányan beszélgettek suttogva egymással. Aztán egyszerre csak történt valami. A csökkentett világosságtól eluralkodó félhomályból kiemelkedett egy arc. Kerek képű férfi arca volt, s mintha éppen nevetéshez készülődött volna. Ha meg kellett volna határoznom, hogy honnan származik, dél-kelet-ázsiára tippeltem volna. Enyhén vágott szemei voltak, néhány szálból álló, lelógó bajusza, szemöldöke hiányzott, mintha leborotválta volna, tekintete szúrós, és az arcán születni készülő vidám mosoly ellenére is volt valami bajóslatú benne. Meg akartam kérdezni tőle, hogy szüksége lenne-e valamire, vagy talán ismerjük-e valahonnan egymást, ám egyszerűen nem volt erőm hozzá. Képtelen voltam kinyitni a számat, mintha szigetelő szalaggal ragasztották volna le. Megfordult ugyan a fejemben, hogy hát ha álmodom, de azonnal el is hessen tettem magamtól a lehetőséget. De hogy is álmodom. Ébren vagyok, csak valahogy, nagyon fűszeres volt a vacsora, és bizonyára még mindig annak a hatását érzem. A fej ott lebegett felettem, alig másfél méternyire tőlem, és mintha mondani akart volna valamit. Aztán mégsem mondott. Helyette inkább felnevetett rikácsoló, kárörvendő volt a nevetése, és láthatóan nem törődött vele, hogy bóbiskoló úti társaim felriadnak-e rá, vagy sem. Szemem sarkából láttam, hogy zavartalanul szundikálnak tovább. A furcsa fickó ekkor mellém ült. Annak ellenére, hogy a belső ülést egy fiatal, sejemnadrágot és sejemzakót viselő férfi foglalta el. Nyitott könyv hevert az ölében, a szeme csukva volt. A nagyfejű férfi valahogy mégis mellém furakodott, és furcsa módon akadt is neki hely. Jó magam nem voltam képes továbbra sem megszólalni, pedig tudtára akartam adni, hogy legjobb lenne, ha eltűnne a közelemből, mivel nincs kedvem senkivel sem beszélgetni. Az ismeretlen fickó jól megnézett magának, és ismét nevetni kezdett. Teli szájjal és harsogva. Pufók arca kivörösödött nagy jó kedvében. Én pedig csak ültem mozdulatlanul, és értetlenül bámultam rá. Ekkor motorgást támadt a kocsi túlsó végében, és a kalauz bukkant elő a fél homályból. Nem hallottam a kocsi ajtajának a nyílását, és az ő lépteit sem. Nem is hallhattam, hiszen éppen egy kereszteződéshez ért a vonat, s a váltókon át rohanó kerekek csattogása elnyomott minden egyéb hangot. A zaj hirtelen hallgatott el. Olyan csend támadt idebent, mintha megállt volna a vonat. A kocsi himválódzása viszont azt mutatta, hogy megyünk. Csak éppen zajtalanul. A kalauz megállt mellettem. A kerekképű ember akkor ismét felnevetett, és a kalauz kezében tartott álcára bökött. Önkéntelenül is oda néztem, ahova mutatta. A tálcán hevert valami nem tudtam kivenni a félhomályban, hogy mi, és még ha nem lett volna félhomály, sem láttam volna a fehér damaszt kendőtől, amely letakarta. A kalauz felém fordult és elmosolyodott. Megjött a rendelésed, száhib. Eltátottam a számat. Rendelésem. Hiszen én nem rendeltem semmit. A vacsora elvette az étvágyamat, arra számítottam, hogy majd csennaiban keresek valami ehetőt magamnak. Rá akartam szólni, hogy vigye vissza, amit hozott, mert nem rendeltem semmit, de mielőtt megtehettem volna, a mellettem szundikáló fiatalember kinyitotta a szemét és a tálca felé hajolt. Már nem volt könyv az ölében, pedig esküdni mertem volna rá, hogy amikor utoljára rábámultam, még volt. Vajon hova tűnhetett? A férfi kinyújtotta a karját és leemelte a kendőt a tálcáról. Nem tagadom, torkomban dobogott a szívem. Egy emberi kéz feküdt rajta. Egy levágott emberi kéz. Kettő. Olyannyira megijedtem tőle, hogy felpattantam. Hirtelen mozdulatomra a kalauz elejtette a tálcát, a kéz pedig lerepült róla. Át a fejem felett, és a sejem kabátos férfi ölébe hullott. A sejem kabátos nem esett pánikba tőle. Szelíd mosoly kíséretében felemelte és felém mutatta. Nem szólt egyetlen szót sem, de olvastam a tekintetéből, azt kérdezte tőlem a szeme, hogy meg akarom-e enni a kezet. Olyan sebesen ráztam meg a fejem, hogy a kéz valahogy visszakerült az ezüstálcára. A kalausz felnevetett. Öblös, harsogó volt a hangja, majd sipító nevetéssé vékonyodott. Nem kell a vacsorád, száhib. Kérdezte, hirtelen abba hagyva a vihogást. Pedig direkt neked készítettem. Én a helyedben megenném. A pufók képű ember, aki még mindig mellettem kucorgott, lelkes bólogatásba fogott. Valami olyasmi járhatott nagy, kerek fejében, hogy ha nekem nem kell, ő szívesen átveszi tőlem. És hogy készségét bizonyítsa, kissé felhúzta a felső ajkát. Ismét felkiáltottam volna, ha képes lettem volna rá. Ahogy felhúzódott a felső ajka, két, felfelé álló agyar bukkant elő a szájából. Készen rá, hogy a kézbe mélyessze őket. Nem emlékeztem világosan rá, hogy amikor először pillantottam meg a kezet, hogy nézett ki, most azonban már egy múlmi a kezének láttam. A kéznek hosszú ujjai és hosszú körmei voltak. Hirtelen lángolni kezdtek a körmök és gyors táncba fogtak az ujjak. A kéz leröppent a tálcáról, és egyenesen a nyakamat vette célba. Éreztem, hogy megszorítja a torkom, és elkezdi kipréselni belőlem a levegőt. Minden erőmet összeszedve védekeztem ellene. Felugrottam a helyemről, és megpróbáltam letépni magamról. Volt hely bőven, elvégre nem ült már mellettem senki. Útastársaim úgy aludtak a kocsiban, mint a másnapos mormoták. Közvetlenül mellettem viszont valóban nem ült már senki. Eltűnt a sejem kabátos fiatalember, aki a könyvet olvasta a könyv is eltűnt, eltűnt a kerekképű fickó, akinek vatkan voltak, eltűnt a kalauz, de ami a legörvendetesebb, eltűnt a múmia kéz is. De nem sokáig. Rémülten láttam, hogy ismét felbukkan a levegőben és rám veti magát. És újra megismétlődött a rémálom, a kéz megpróbált megfojtani. Aztán rázni kezdett. Alig ha nem kiabált is mellé, de nem értettem, mit. Hirtelen kinyitottam a szemem. Mély sóhaj szakadt ki belőlem, felkaptam a karom, hogy védekezzek az újabb támadás ellen, de hirtelen valaki lefogta a kezem. Nyugodj meg, száhib, nyugodj meg nyugtatott egy férfi hang. Nincs semmi baj. Néhány pillanat múlva rádöbbentem, hogy mi történhetett velem. Elaludtam, és a vacsora következtében rosszat álmodtam. Amint visszatértem a valóságba, nem kis meglepetésemre négy, vörös palástba öltözött lámát láttam magam mellett és szemben velem. Kopaszok voltak, és kíváncsi szemekkel bámultak rám. Kettő közülük fiatalember volt, úgy húsz és harminc között, kettő pedig cirka 50 körül lehetett. Az egyik idősebb szerzetes rám mosolygott. Aludtál, száhib, mondta. Rosszat álmodtál. Hindiül beszélt, Pokoli rossz kiejtéssel, és a nyelvtannal sem sokat törődött. Köszönöm, hogy felébresztettél, hajtottam meg a fejem. Nem is vettem észre, amikor mellém ültetek. Vigyáztunk rá, hogy ne ébreszünk fel. Valóban rosszat álmodtam, mondtam. Előfordul, Száhib. A vacsora miatt volt panaszkodtam tovább. Az is lehet. Bár, néha az Istenek álmunkban közlik velünk az akaratukat. Te hiszel az álmokban? Kérdeztem. A szerzetes ismét elmosolyodott. Az álom, ahogy ti mondanátok, az objektív valóság része. Fizikai vagy biológiai folyamatok következménye. Bár szerintem jóval több annál. Az istenek beszélnek hozzánk. Persze lehet, hogy nem minden esetben. És nem mindig értjük a jelentésüket. Beszélgettünk még egy kicsit, aztán beállt a csend. Három szerzetes behunyta a szemét, hátrahajtotta a fejét, és átadta magát a pihenésnek. A legidősebb is sóhajtott, az órájára nézett, majd elfolytott egy diszkrét rásítást. Tegyük el magunkat holnapra, száhib mondta. Bár ahogy látom, lassan meg is érkezik a holnap. Hogy érzi magát a gyomrod? Nem valami jól sóhajtottam. A szerzetes palástja öblébe nyúlt, kihúzott belőle valamit, és felém nyújtotta. Szopogasd el, rimpócse, talán segíteni fog. Barna, töredezett szélű pasztilla hevert a tenyerén. Nagyon úgy nézett ki, hogy alig ha a legjobb hírű svájci gyógyszergyárban készítették. Ez, micsoda? Kérdeztem. Jó tesz, mondta. Úgy hívják, hogy csodapirula. Nem kell víz hozzá, szopogasd el, vagy rágd szét. Hátrahajtotta a fejét és becsukta a szemét. A vonat a keresztező vágányokon át csattogva robogott Csennai felé. 3. Alig ha nem ismét szundíthattam egy kicsit, mert amikor legközelebb kinyitottam a szemem, vékony fénycsík szűrődött be az ablakon. Azt gondoltam, hogy a hajnal első sugarai simogatják végig a kopárvidéket, amelyen áthaladtunk. Később visszagondolva rá, valószínűleg egy közeli falu éjszakai fényei keltették bennem a hajnal közelettének illúzióját. Sóhajtottam, és a gyomromra tettem a kezem. Akármiből is készült a csodatabletta, nem sokat segített. Nem csak csavargatta a gyomrom a fájdalom, hanem még meg is szédültem egy kicsit tőle. A szerzetesek békésen aludtak. Nyitott szájjal, mintha azért nyitották volna ki, hogy egy arra járó, jó indulatú szellem beléjük repülhessen. Mert hogy az éjszaka tele van jó és rossz indulatú lényekkel. Gyakran előfordul, hogy a nyitott szájjal alvó embert megszállják, és nem is sejti az ártatlan, hogy miért érzi magát másképpen, mint az elmúlt napokban. És ha sokáig tart ez a megváltozott, esetenként kellemetlen állapot, nincs méz, szakértő szerzetest kell hívatni, hogy kivizsgálja a helyzetet, és megtegye a megfelelő intézkedéseket. Ha jó szellem bújt belénk, nincs sok tennivaló, élvezni kell, hogy bölcs és buthának tetsző dolgokat műveltet velünk, ám ha rossz szellem bújik meg bennünk, az már egészen más. Azt ki kell űzöni. Erre valók a szelleműzésre kiképzett szerzetesek. Mondják, hogy az ilyen lámák bizonyos jeleket hagynak a szelleműzött ember belsejében a démon kiűzése után egy kicsin darabkát, tormát, egy megszentelt süteményből, s ez éppen elég ahhoz, hogy jó időre elvegye a rontó erők kedvét az ártatlan ember testében való garázdálkodástól. Sóhajtottam, miközben arra gondoltam, hogy jól jönne egy kis friss levegő. Kisétálok a két kocsit összekötő peronra, és bedugom az orrom az éjszakába. Hát ha a vonat kavart a légmozgás segít valamelyest rajtam. Óvatosan keltem fel, s igyekeztem úgy mozogni, hogy a szerzetesek ne ébredjenek fel. Bár igen csak vigyázatos voltam, mégsem tudtam elkerülni, hogy bele ne rúgjak az egyikük lábába. A szerzetes szerencsére nem ébredt fel tőle. Morgott valamit, becsukta, majd kinyitotta a száját. Hadd jöjjenek csak azok a jó szellemek. A peronon valóban hűvösebb volt a levegő, mint a kocsiban. Az ajtóhoz mentem és megpróbáltam kinyitni. Sajnos nem ment. A kalauz, amint az szokás volt, bezárta éjszakára. Vágyakozva nyomtam az orrom az üveghez. Bár csak kidughatnám a fejem egy kicsit a vonatból. Bár csak. Ebben a pillanatban megmoccant az ajtó. Éppen idejében rántottam félre az orrom. Ha nem teszem, feltétlenül találkozott volna a szétcsapódó ajtószárnyakkal. Az ilyen találkozásokból pedig nem sok jó szokott kisülni. A két ajtószárny hangtalanul nyílt szét előttem. Én pedig már is élvezhettem a peronon a beáramló levegőt nem volt ugyan hűvös, de legalább frissnek tűnt. Mielőtt kidugtam volna a fejem az éjszakába, óvatosan a hátam mögé pislentottam. Csak nem egy jó indulatú, éjszakai lény sietett a segítségemre. Nem láttam magam mögött senkit. A vagonban mindenki aludt. Nem gondolhattam másra, mint hogy automata nyitotta ki előttem az ajtót. De vajon miért? Az automaták nem szoktak menet közben ajtót nyitogatni éppen ellenkezőleg. Úgy vannak programozva, hogy csak akkor nyíljanak ki, ha megállt a vonat. Nem tudtam ellenállni a váratlanul nyílt lehetőségnek, és leléptem a legfelső lépcsőfokra. A szél, amely itt szembe fújt velem, várakozásommal ellentétben már nem lágy, éjszakai fuvallat volt, hanem kellemetlen, barátságtalan. Ráadásul ragadós is, mintha egy közeli enyvgyár molekuláit hordozta volna a hátán. Beletépett a hajamba, Könnyeket csalt a szemembe, megcsavargatta az orrom. Nem tudom, mi késztetett rá, hogy tegyek még egy lépést lefelé. Talán a fűszeres vacsora, talán a szerzetes tablettája vette el az eszemet, de hogy elvette valami, az biztos. Éppen vissza akartam húzódni a peronra, amikor felhangzott mögöttem a nevetés. Ketten nevettek, az egyik öblös hangon, a másik villjogva. Nyugtalanul szorítottam az ajtó melletti fel és leszállást segítő vasudat. Ahogy sikerült erősen belekapaszkodnom, hátrafelé fordítottam a fejem. Két férfi állt mögöttem a peronon. Az egyik vászon Jackiben és vászon nadrágban, a másikból nem sokat láttam, csupán az arcát. Mintha az egyik idősebb szerzetes arca lett volna. Alig ha nem fel is kiáltottam meglepetésemben, mert a vászon Jackit viselő lehajolt hozzám, és befogta a számat. A másik, amelyik arca a szerzetesére emlékeztetett felemelte a lábát, mintha meg akarta volna mutatni a cipőjét. Aztán melkason rúgott vele. Mintha ágyúgolyó talált volna el. Nem modern ágyúgolyóra gondolok, inkább kerek, kőből készültre, amilyenekkel a középkorban lövöldöztek a tüzérek. A sejem kabátos keze közben lecsúszott a nyakamra. Éreztem, hogy ez a kemény vas kéz egyszerűen kiszorítja belőlem a levegőt persze én is megtettem, ami tőlem tellett. Fél kezemmel eleresztettem a vasrudat, és megpróbáltam elkapni a rugdosó lábat. Nem tudom, mi lett volna a küzdelem vége, talán kizuhantam volna a vonatból, ha valaki nem siet a segítségemre. A valaki egy kék száriba öltözött fiatal hölgy volt. Akkor figyeltem csak fel rá, amikor már ott állt mellettem, megragadta a csuklómat, és megpróbált felrángatni a peronra támadóimat már nem láttam a közelemben. Jöjjön fel onnan gyorsan. Érti, amit mondok. Azonnal jöjjön fel. Mivel nekem is éppen ez volt a szándékom, néhány pillanat múlva már a peronon álltam. Abban a másodpercben felbukkant a semmiből néhány turbános férfi, és nekem esett. Mielőtt még tiltakozhattam volna, egyikük elkapta a kezem, a másik a lábam, a harmadik a vállam, és elrángattak az ajtótól. A magas, méltóság teljes kalauz fölém hajolt és megcsóválta a fejét. Ezt nem úszod meg szárazon, száhib. Mintha előre látta volna a jövőt. 4. Az állomás főnökség irodájában nagy volt a sürgésforgás. Amióta csak leültettek egy székre egy szépen faragott asztallal szemben, kis túlzással tömegek vonultak el a hátam mögött. Minden bizonyjal a főnökség alkalmazottai voltak, és látni akarták a külföldi fickót, aki ki akart ugrani az új Delhi Csennai vonat egyik kocsiából. Egészen addig tartott a népvándorlás, amíg az asztal mögött ülő, papírjai között kutató bajuszos, turbános férfi meg nem unta. Ekkor rámordult az ajtó mellett törködő két rendőrre, akik azon nyomban kihajtották a kíváncsiskodókat a szobából. A férfi aláírt még valamilyen papírt, aztán rám emelte a tekintetét. Csandra gupta felügyelő vagyok, mondta. Kérem az útlevelét. Szerencsére a zsebemben volt, nem esett ki a nagy verekedésben. Elvette tőlem, belelapozott, majd letette maga elé. Közlöm önnel, hogy a beszélgetést, melyet velem folytatt, rögzítjük. Beleegyezését adja hozzá. Természetesen bólintottam. Rendben van, tehát beleegyezett. Ön az útlevele szerint Leslie Lavrens, brit állampolgár egyetemi tanár. Ezután még jó néhány kérdés következett, amelyekkel nem akarok untatni senkit. A felügyelő szakállas, magas férfi volt, sejem kabátot és sejem nadrágot hordott. Mint az egyik fickó a vonaton. Amikor válaszoltam az utolsó kérdésére is, a zsaru bólintott. A vasúti rendőrség felügyelője vagyok, mondta. Az a vád ön ellen, hogy ki akart ugrani a vonatból, veszélyeztetve vele az ön és utastársai biztonságát. Megértette, mit mondtam önnek. Szótlanul bólintottam. Én már azon törtem a fejem, hogy kinek kellene szólnom az érdekemben. Abdurrahman Maharaja például bizonyára jótána értem. Bár a Maharaja a szegény Maharaják közé tartozik, annyi pénzt csak össze tud kaparni, hogy kifizesse értem az óvadékot persze ha Indiában létezik egyáltalán óvadék. Egyre biztosabb voltam benne, hogy nem. Beismeri az öngyilkossági szándékát. Kérdezte Mogorván a felügyelő. Valószínűleg azt találgatta magában, hogy vajon mi az ördögért akarhattam kinyírni magam. Nem ismerem bemondtam. Nyilván nem ezt várta tőlem. Bizonyára arra számított, hogy elzokogom a vállán öngyilkossági szándékomokát. Tagadásom azonban meghökkentette. Neme. Hökkent meg. Akkor mi volt ez az egész? Gyilkossági kísérlet mondtam. Valaki ki akart lökni a vonatból. Micsoda? Majdnem fel is ugrott meglepetésében. Csak az utolsó pillanatban sikerült visszazökkennie a helyére. Mondja még egyszer. Mondtam. És, ki az ördög akarta kilökni magát? Látta, vagy ismeri az illetőt? Láttam, de nem ismerem, mondtam. Különben ketten voltak. Ketten. Tátotta el a száját. Tud személy leírást adni róluk? Sajnos nem igen. Az egyik sejem ruhában volt, mint ön, a másik pedig egy szerzetesre emlékeztetett. Csak a palást hiányzott róla. Ez minden. Szóval, ők akarták lelökni magát, mondta fejcsóválva Csandra Gupta felügyelő. Van valami fogalma róla, hogy miért? Nincs, mondtam. Oké, emelte fel a kezét, és az egyik ajtónálló felé intett. Engedje be a kisasszonyt. Néhány pillanat múlva az a kék száriba öltözött fiatal hölgy lépett be az ajtón, akit a vonatról már volt szerencsém ismerni. Aki végül is alig ha nem megmentette az életemet. Foglaljon helyet, Memszáhib. A Memszáhib helyet foglalt egy távolabbi széken. Valószínűleg azért helyezték tisztes távolságra tőlem, hogy ha ismét rám találna törni valamilyen roham, ne támadhassak könnyen rá tehát ön Balini Memszáhib sóhajtott Csandra Gupta felügyelő. Hát akkor, kedves Memszáhib, lenne olyan jó beszámolni róla, hogy mi is történt az éjszaka. Balini Memszáhib rám nézett. Tömény szemrehányás volt a tekintete. Ez a fickó bögte felé ma mutató ujját ki akarta nyírni magát a vonaton. És ön ezt látta. Sajnos. Sajnos. Persze, hogy sajnos. Csattant fel Balini Memszáhib. Egyéb dolgom is lenne, mint hogy eszement angol idióták hülyeségei miatt vesztegessem az időmet. Interjúra kellett volna mennem, lehet, hogy egy jó állást veszítettem ele miatt a fickó miatt. És akkor még elvárják tőlem, hogy legyen jó kedvem. Nagyon sajnálom, nem száhibtárta szét a karját a zsaru. De ami történt, megtörtént. Tehát, mondja el szépen, mit látott. A mérgében kipirult arcú lány dühösen felém bökött. Azt láttam, hogy ez a fickó haza akarja vágni magát. De ezt már mondtam. Hogy akarta, izé, hazavágni magát. Ki akart ugrani a vonatból. Ő azt állítja, hogy ki akarta lökni valaki. Illetve valakik. Maga is látta őket. A lány megcsóválta a fejét. Nem. Senkit sem láttam. Csak őt. Lehet, hogy amikor ön észrevette Emmer Lorenz T., a két támadó már elmenekült. Gőzöm sincs róla, és nem is akarok találgatni. Amikor észrevettem, egyedül volt. Himhol. A lépcsőn állt. Az ajtó pedig nyitva volt. És táncolt. Az ajtó. Ez a fickó. Hogy hogy táncolt. Hökkent meg Csandra Gupta. Mit tudom én, hogyan? Táncolt. Biztosan dílíz azért csinálta. Ki tudja, mire gondolnak a dilisek, amikor csinálnak valamit. Erre maga. Meghűültem. De tényleg. Segíteni akartam rajta. Én hülye. Ha nem tettem volna, már az interjú lennék. Akkor, miért segített rajta? Hogy miért? Ostoba reflex. Hagynom kellett volna a fenébe. A bolondokon nem lehet segíteni. Aki egyszer elhatározta, hogy megöli magát, az előbb-utóbb meg is teszi. Lehet, hogy kimegy innen, felszáll a visszafelé induló vonatra, és kiugrik belőle. Én meg elpasszoltam miatta egy jó állást. Nos, elmehetek végre. Még egy kicsit várnia kell, nem száhib nyugtatta a felügyelő. Emmer Lorenz azt állítja, hogy megtámadták, és ki akarták dobni a vonatból, ön azt állítja, hogy egyedül volt, és hm, táncolt, vagy micsoda, azaz, talán védekezett a támadói ellen. Egészen biztos benne, hogy nem látott senkit a közelében. Mondtam már, hogy nem. Azt azért elképzelhetőnek tartja, hogy valóban megtámadták, csak hogy amikor észrevették önt közeledni, elmenekültek. Ön csupán Emmer lorenz látta, amint furcsa mozdulatokat tesz a lépcsőn. Ez ön szerint elképzelhető. A lány megvonta a vállát. Hát, ha nagyon akarom, igen. Villám gyorsan forogtak a fejemben a gondolatok. Ha bevallom, hogy valójában mi történt velem, az összes hindú isten sem mossa le rólam, hogy bolond vagyok. A nem létező figurákat, és hogy meg akarnak ölni, csak vizionáltam. Csandra Gupta felügyelő ekkor elém tett egy papírlapot. Ahogy rápillantottam, azonnal tisztában voltam vele, micsoda. A vasúti kocsi alaprajza. Meg tudnám mutatni, hogy hol ültön, Lorenz száhib. Itt mutattam rá a helyemre. Emlékszik rá, kik voltak a szomszédai? Hogy nem mondtam. Négy buddhista szerzetes. Biztos ebben. Kérdezte. Természetesen biccentettem. Hívják be a kalauzt. A nagy darab, szakállas férfi bejött az ajtón. Az ő szeme is szemrehányásban fudoklott. Ismered ezt az urat. Bökött rá a zsaru a kalauz bólintott. Ismerem, Száhib. A nevét is tudod. Tudtam, Száhib, de elfelejtettem. Meg tudnád mutatni ezen a rajzon, hogy hol ült a Száhib. A kalauz rövid habozás után a helyemre bökött. Itt, Száhib. És mellette kiült. A kalauz megrázta a fejét. Senki, Száhib. Meglepődve kaptam fel a fejem. Mi az, hogy senki? Na és a szerzetesek. Bár kaparta a tiltakozása torkomat, egyelőre hallgattam. Biztos vagy benne. Tökéletesen, száhib. Az embereim szolgálják fel az ételeket, tudnom kellene, ha valaki ott ült volna mellette. Na és a szemben lévő sorban. Az is üres volt, száhib. Miért volt ennyi üres hely a vonaton? Magam sem tudom, száhib vonta meg a vállát a kalauz. Nem gyakran, de előfordul. Értem. Utaztak a vonaton szerzetesek. Tibetiek, például. Utaztak, de hamar leszálltak. Már új Delhi után, az első megállónál. Ott van a kolostoruk. Ez annyit jelent, hogy éjszaka már nem voltak a vonaton. Nem, száhib. Rendben van bólintott Csandragupta felügyelő. Elmehetsz. A kalauz bólintott és távozott. Mielőtt elhagyta volna a kocsit, rám pislogott. Mintha kár örömöt láttam volna a tekintetében. Nos, ez a helyzet mondta a felügyelő. Mit szól hozzá? Hazudik mondtam. A felügyelő megcsóválta a fejét. Miért hazudna? Ez volt a kérdés. Csandra gupta az ajtón álló felé intett. Küld be azt a fickót. A fickó bejött. Ismeretlen, szakállas, turbános férfi volt. Névéd. Vakkantott rá Csandra Gupta. Ahmed mondta a férfi. Ahmed sikari. Foglalkozásod. Kereskedő. Mivel kereskedsz? Szőnyeggel felelte sikari. Igen jó szőnyegeim vannak. Ha esetleg érdeklődni méltóztatol, szívesen adok kedvezményt. Nagy kedvezményt. Csandra Gupta elmosolyodott. Jó kereskedő lehetsz. A feleségem is ezt mondja biccentet maga biztosan a férfi. Akkor hát, figyelj ide, Sikari, mondta Csandra Gupta. Látod itt ezt az embert? Ez az ember természetesen én voltam. Sikari bólintott. Látom. A vonaton is láttad. Újabb bólintás. Meg tudnád mutatni ezen a rajzon, hogy hol ült? Sikari megmutatta. Emlékszel rá, hogy ki ült mellette? Sikari összeráncolta a homlokát. Hogy ki ült mellette? Senki. Biztos vagy benne. Hogy ne lennék az. Még beszéltem is vele. Ez természetesen nem volt igaz. Vagy mégis. Miről beszélgettetek? Megkérdeztem tőle, hogy feltehetem-e a csomagom a feje feletti csomagtartóba. Azt felelte, hogy igen. Az ő oldalán volt helybőven. Tehát a száhib egyedül ült. És a vagon másik oldalán. A mellette lévő üléseken. Ott sem ült senki. A száhib, meglehetősen magányos volt. Még gondoltam is rá, hogy bizonyára ő akarta így. Az angol száhibok nem szeretnek társalogni senkivel. Legfeljebb a viskályzüvegjükkel. Csak a kocsi hátulsó felében ültek néhányan. Itt írd alá dugott az orra alá egy papírlapot a felügyelő. Mi ez, száhib? Nézett a papírra gyanakodva sikari. Csak nem a vallomásom. Ne izgulj, nem sittellek le nyugtatta meg a felügyelő. Aláírod, és már mehetsz is. Sikari aláírta, és lelépett. Gupta megvakargatta a feje bubját, majd tanácstalanul nézett rám. Hallotta, amit én hallottam. Bólintottam. Na, és mit szól hozzá? Valaki hazudik, mondtam. Attól tartok, én is sóhajtott a Gupta. Összegezzük tehát a tényeket. Ön azt állítja hogy megtámadták a vonaton, és ki akarták lökni belőle. Hogy nem sikerült nekik, az egyedül és kizárólag a kisasszonynak köszönhető. Ám ő nem látta, hogy valaki azt tette volna, amit ön állít. Sőt, ön gyaníthatóan egyedül volt a peronon és a lépcsőn. Valamilyen hatás alatt állt, az kétségtelen. Nem lehet, hogy többet ívott a kelleténél. Nem ittam egy cseppet sem mondtam az igazságnak megfelelően pedig talán kellett volna. A jó viszki elmulasztja a gyomorfájást. Ejjegen. És egy kis fű. Nem élek kábítószerrel. Csandragupta morfondírozott egy kicsit magában, aztán felém nyújtotta a kezét. Van pénze? Nem sok mondtam óvatosan. Csandragupta elvigyorodott. Ne féljen, nem akarom megkopasztani. Arra lennék kíváncsi, hogy indiai tartózkodása alatt. Bankkártyám van, mondtam. Megtekinthetném. Természetesen. Jekim zsebébe nyúltam, és megtapogattam a bankkártyámat. Szerencsére ott volt. Lehúztam a cipzárat, és odaadtam neki a kártyát. Csandragubta megnézte az egyik oldalát, megfordította, és megnézte a másikat is. Közben olyan képet vágott, mintha pornó jelenetek lettek volna rányomtatva. Mi az ördög ez? kérdezte összehúzva a szemöldökét. hogy mi micsoda? Hökkentem meg. Bankkártya. Csak nincs valami baj vele. Csandra felém mutatta a kártyámat. Jobban mondva azt a műanyag lapocskát, amelyet a zsebemből húztam ki. Amelynek egy bankkártyának kellett volna lennie. De nem az volt. Nem bizony. Csandra megfordította a kártyát, és most a másik oldalát mutatta felém. Ehhez mit szól? Ismét megszédültem, mint a vonaton és a gyomrom is bizseregni kezdett. A kártya mindkét oldala hófehér volt, mint a frissen esett hó. Márpedig India azon részén, ahol éppen tartózkodtunk, nem jellemző a hóesés. Mi az ördög ez? Fakadtam ki. A francba is. Csandra Gupta sóhajtott, és sajnálkozva nézett rám. Így már egészen más a helyzet, Lorenz száhib. Most már elhiszem, hogy nem akart öngyilkos lenni. De megölni sem akarták. Maga egy jól szervezett banda áldozatává vált. És ez mindent megmagyaráz. Most aztán mit szándékozik tenni? Alig hanem nem öngyilkos leszek, mondtam. Felszállok egy éjszakai vonatra, és kiugrok belőle. Mennyi volt a kártyáján? Kérdezte kíváncsian a felügyelő. 40 ezer dollár körül mondtam. Csandragupta felugrott az összeg hallatán, aztán megsimogatta a szakállát és bólintott. Az ön helyében alig ha nem én is ezt tenném, Lorenz Száhib. 5. Miután megtettem a hivatalos fejjelentést, visszakerültem a felügyelő Száhib szobájába. Balinimem Száhib még mindig ott ücsörgött Csandraguptával. Úgy éreztem, mintha fontos beszélgetésüket szakítottam volna meg a visszatértemmel. Nos, mit szándékozik tenni, Lorenz Száhib? kérdezte ismételten Csandragupta. Megnyomkodta a szemét, ami kétség kívül a fáradtság jele. Délután három óra volt, a legmelegebb meleg ideje, s a helyett, hogy egy nagy fordulatszámú ventilátor közelében hűsölt volna, hideg teát szopogatva, kénytelen volt velem, eszeveszett pancserral foglalkozni. Nem tudom, mondtam megtörten. Még nem volt erőm gondolkodni rajta. Hm, esetleg van olyan ismerőse, akitől, hm, pénzt kérhetne kölcsön talán tudnának maga után küldeni hazulról, vagy esetleg más forrásból. Nincs mondtam. Mielőtt elutaztam volna, minden készpénzemet rápakoltam a számlámra. Melyik hotelben szándékozik lakni, Emmer Lorenz? Mondtam, hogy melyikben. Jó drága szállod a bicentett. Remélem, előre kifizette a számlát. Csak előleget utaltam át. De arra már nincs pénze, hogy a többit kifizesse. Szó nélkül a akarom. Arra sincs, hogy az étkezését. Arra sincs. Talán a brit konzulátus. Megkísérelhetem, de nem szoktak segíteni. Azt mondják majd, hogy mindenki vigyázzon a pénzére. Nem vagyok életveszélyben, tehát nem adnak semmit. Akinek nincs mit tennie, az életveszélyben van. Ők nem egészen így látják. Csandragupta megcsóválta a fejét. Egy kétségtelen, Önt kirabolták. Azt mondja, hogy vacsora után megfájdult a gyomra. Kétség kívül beletettek valamit az ételébe. Aztán az a tabletta is. Ön hallucinált, Lorenz száhib. Hogy aztán mennyi volt a valóság abban, amit ön annak vélt, azt csak az istenek tudják egyedül. Az ön sorsa minden esetre már nem rajtam múlik. Szeretnék segíteni önnek, de fogalmam sincs róla, hogyan tehetném. Bár nem vagyok gazdag ember. Majd én, mondta ekkor váratlanul Balinimem Száhib. Ön. Hökkent meg Mit szándékozik tenni? Segítek rajta valahogy. Nehogy tévedés essék, még felém is mutatott. Nagyjából olyan képpel, mint amilyet akkor szoktunk vágni, ha az udvarunkba téved egy gyanús, rühes kutya. Csandragúpta megkönnyebbülve felsóhajtott. Hát, ön tudja, Balinimem Száhib. Én az önhelyében azért elgondolkodnék a dolgon. A sportszerűség kedvéért teszek önnek egy ajánlatot. Menjen ki a szobából, adok magának öt percet, ez alatt megfontolhatja, hogy valóban segíteni akar-e Emmer Lorenznek. Ha öt perc után nem jön vissza. Szóval, nyugodtan kisétálhat az épületből, vissza sem kell néznie. Rendben. Rendben bólintott Balini. A lány kisétált az ajtón. Csandragup tarám nézett, aztán csak egyetlen szót mondott. Sajnálom. Biztos volt benne, hogy Balini kisasszony nem jön vissza. De visszajött. Hat. Csandragupta felügyelő alig hanem abban a pillanatban döbbent rá, hogy ha nyugdíjaznák a vasúti rendőrségtől, Jósként alig ha lenne képes megkeresni a betevőjét. Úgy nézett Balini Memszáhibra, mintha kísértetet látna. Ő azonban nem nézett vissza rá, helyette engem vett szemügyre. Jöjjön velem, mondta aztán. Remélem, nincs akadálya, felügyelő. Nincs, nincs fogott szapor a bólogatásba Csandra gupta. Öt perc múlva kint voltunk az épület előtt. Balini nem száhib lehajtott fejjel jött mellettem, majd megtorpant. Nem volt vidám a tekintete. Valami olyasmit véltem kiolvasni belőle, hogy nem egészen biztos benne, nem követette el valami egetverő marhaságot. Éhes kérdezte aztán mély sóhajtás kíséretében. Ennék valamit bólintottam. Keresünk egy éttermet. Aki keres, talál. Indiában különben sem nehéz éttermet találni. Mi is találtunk egyet. Balini Mem félretolta az étlapot, és váltott néhány szót a pincérrel. Olyan sebesen pergett a hindi nyelvű társalgás, hogy nem sokat értettem belőle. Annyit sikerült csupán felfognom, hogy közölte a pincérrel, az én ételemből felejtse ki a fűszereket. A pincér megkérdezte, hogy vajon hibbant vagyok-e, mire Balinimem száhib válaszolt valamit, de azt már nem értettem, mit. A pincér távoztában úgy nézett rám, hogy legszívesebben elsüllyedtem volna szégyenemben. Akkor hát hol is kezdjem? Próbálkoztam meg a beszélgetéssel. Balinimem száhib azonban leintett. Előbb tömje meg a majmot, aztán majd társalgunk. Ez valami új hang volt, meg is lepődtem tőle rendesen. Egyetlen egyszer próbálkoztam még egy kérdéssel, de a memszáhib nem felelt rá. Mélyen a tányérjába bámult, miközben zöldséggombókokat forgatgatott karcsú ujjai között. Amikor elfogyasztottuk az ebédet, és én még egy sört is megengedtem magamnak meghívóm számlájára, Balini memszáhib sóhajtott, és végre rám nézett. Bizonyára azt kérdezi magától, hogy miért játszom Teréz anyát, mi? Valóban megfordult a fejemben bólintottam. Nos, arról van szó, hogy egyáltalán nem esett meg magán a szívem, ha valaha is erre gondolt volna. Pedig, valóban erre gondoltam. Felejtse el. Másról van itt szó. Vegyem feleségül. Kérdeztem. Ne ízléstelenkedjék húzta el a száját. Különben is, sose mennék szegény emberhez. Bölcs elhatározást dicsértem. Tehát, mi a terve velem? Először is, ugye, tisztában van vele, hogy a kezemben tartom. Erre, őszintén szólva, nem is gondoltam idáig. És mivel tart a kezében? Például azzal, ha most felállnék, és elkezdenék kiáltozni, hogy ki akar rabolni. De hogy akarom. Nekem fognak hinni a zsaruk. Magát kirabolták a vonaton, nincs pénze, feltehetően hazulról sem tud pénzhez jutni, a konzulátus sem ad, ezért úgy szerez magának, ahogy tud. Tiszta sor. Valóban az mondtam. Tehát, mit ajánl? Mintha meg sem hallotta volna. Maga járt már indiai börtönben. Még nem feleltem. Cirka egy évig bírná ki benne élve és ha rablási kísérletért tíz évet kapna, nem lenne sok esélye, hogy még egyszer végig sétáljon a pizzadén. Úgy gondolja. Biztos vagyok benne. Akkor hát, mit ajánl? Ha nem akarja, hogy feleségül vegyem, akkor viszont milyen veszélyes megbízatás várhatna még rám. Lopjam el Vladimir Putyin karóráját. Balini nem száhiba szemembe nézett. Új hibe kell utaznia, mondta. Már voltam ott, legyintettem. Megnéztem minden érdekeset. Nem azért akarom visszaküldeni, hogy végigjárassam magával a múzeumokat. Remélem is. Ugyanis múzeum allergiám van. Ha belépek egy múzeumba, nyomban viszketni kezd a hátam. Ne aggódjék, nincs szó múzeumról. Egyszerűen visszarepül új Delhibe, keres magának valami szerény szállást. Szóval le akar rázni. Lerakja a cuccait folytatta zavartalanul, aztán elmegy egy-két helyre. Felírom magának, hogy hova. Múzeumról szó sem lehet. Néhány ékszerboltot fog meglátogatni. Lopnom kell. Meg ne próbálja. Bemegy a megjelölt boltba, és csupán tudakozódik. Ki után? Nem ki után, hanem mi után. Egy bizonyos gyémánt gyűrűt keres. Gyémánt gyűrűt. Kerekedett ki a szemem. Azt mondta. Majd megkapja az utasítást, hogy pontosan miért. Mondjuk, aminek víziló feje van. Miért pont víziló feje? Mert hirtelennyében ez jutott az eszembe. Értem. És? Mondja, hogy olyat keres. Persze nem lesz nekik. Honnan tudja? Onnan, hogy életemben nem láttam még vízilófejes gyűrűt, és nem is valószínű, hogy létezik. És ha mégis. Akkor mondja azt, hogy nem egészen ilyenre gondolt. Az a lényeg, hogy válogasson a gyűrűk között, és mutogassa a pénzét és a bankkártyáit. Érti? Ez némi nehézségbe fog ütközni, mondtam fejcsóválva. Az a helyzet ugyanis, hogy nincsen se pénzem, se bankkártyám. Amint maga is tudja, ellopták tőlem. Majd lesz, mondta. Mind a kettő. Szóval az a dolga, hogy mutogassa a. Szatírügyeket nem vállalok, tiltakoztam. A bankkártyáit mutogassa, maga szerencsétlen. És a pénzt. Az a lényeg, hogy felfigyeljenek magára. Világos. Lehet, hogy egy kicsit elhamarkodtam a dolgot az imént. Vágtam Gonterheld képet. Ha mást mutogatnék, nagyobb feltűnést keltenék. Balini nem száhib becsukta a szemét. Láttam rajta, hogy számol magában. Nagyjából harmincig juthatott el, amikor ismét kinyitotta. Nehéz magával mondta. Nem mondta annak idején az iskolaorvos, hogy valami baj lehet a fejével. Arra céloz, hogy három éves koromban kiestem a harmadik emeletről fejjel előre, rá a betonnyárdára. Jézusom! Nem lett baj belőle, csak miután meggyógyultam, áttettek egy másik iskolába. Miss Balini két tenyere közé fogta a fejét. Azt hiszem, nagy feladat lenne az magának, amivel meg akartam bízni. Csak akart. Én már nem is tudom. Szóval, az a lényeg, hogy mutogassa a pénzét és a bankkártyáit. Érti? Legalább 40 ékszerboltot kell végigjárnia. Megkapja majd a címeket. Már értem bólintottam. Ki kell nyírnom valamelyik ékszerészt. Ez, sajnos, plusz felárral jár, mert az ékszerészet veszélyes üzem, az üzletekben sok a direkt a rendőrségre bekötve, vannak ezzel kapcsolatban tapasztalataim. Nem kell megölnie egyetlen ékszerészt sem. Nem. Akkor csak a gyűrűt hozzam el. Milyen gyűrűt? A víziló fejes gyűrűt. Ember, de hát az nem létezik. Akkor hogy hozzam el? Balini kisasszony akkorákat nyelt, hogy majd lenyelte a poharamat. Nem kell elhozni a a mélyeket lélegezve. Magának csak az a dolga, hogy feltűnést keltsen. Mutogassa a pénzét és a bankkártyáját. Még egyszer nem mondom el. Oké nyugtattam. Megjegyeztem. Három nap múlva jegyet vált az új Delhi Csennai vonatra. Arra, amivel jöttem, vagyis jöttünk. Arra. És. Visszavonatozik ide. Minek? Tátottam el a számat. Az lényegtelen mondta. Az a veleje a dolognak, hogy üljön fel a vonatra. Érti? Igen, de. Ne lepődjék meg, ha a kocsiban nem igen lesz magán kívül senki. Itt ott egy-két utas. Mint tegnap. Mint tegnap bólintott. Leül szépen a helyére, és amikor jön a kalauz, megrendeli a vacsoráját. Pénz nélkül. A fenébe is, kussoljon már azzal a rohadt pénzzel. Kap tőlem annyit, hogy vacsorát rendelhessen. És a jegyét is én veszem meg. Ezután leül, és megeszi a vacsoráját. Azt nem. Emeltem fel a mutató ujjam. Megölök bárkit, de azt a vacsorát nem fogom megenni. Pedig megfogja, különben nincs üzlet. Miért? Eddig volt. Tízezer mondta. Remélem, dollárban számol, nem rúpiában. Csak is. Egye fene nyögtem beletörődőn. Megeszem a vacsorát. De azért hagyhatok egy kicsit belőle, nem. Hagyhat sóhajtotta. Csak ne sokat. Miért kell egyáltalán megennem? Értetlenkedtem. Csak nem. De igen bólintott balinímem száhib. Magát meg fogják mérgezni. Mint tegnap. Kérdeztem. Okos fiú bólintott. Éppen, mint tegnap. Úgy tettem, mintha lassan kezdene lehullani a fátyol a szemem elől. Hallucinálni fogok. Nem is vitás. És kiket fogok látni? Azt nem tudom mondta. Legyen ez meglepetés a maga számára. Egy a lényeg, ha a maga mellett ülők megkínálják, vegyen a tablettájukból, mert túti, hogy meg fogják kínálni valamivel. Mint tegnap is. Mint tegnap is. Lehet, hogy azt mondják, könnyű altató, amitől jobban esik az alvás a vonaton, de ha panaszkodik, hogy fáj a gyomra a vacsorától, azt mondják majd, hogy gyógyszer. Az a lényeg, hogy fogadja el tőlük. És vegyem be. De hogy vegye be. Meg ne próbálja. Azt vegye be, amit én adok magának. Remélhetőleg hasonlítani fog arra, amivel megkínálják. Tegyen úgy, mintha elbóbiskolna, majd ébredjen fel, és menjen ki a peronra. De nehogy most megkérdezze tőlem, hogy mint tegnap is, mert magához vágok valamit. Eszem ágában sincs megkérdezni biztosítottam. Maga tehát kimegy. Kifelé menet tegyen úgy, mintha álomjáró lenne. Mit csinál egy álomjáró? Álomjár. Tén felegyen, menjen neki az üléseknek, az a lényeg, hogy kiusson valahogy a peronra. Ha ki tudok, emeltem fel a kezem. És ha be lesz zárva az ajtó. Nyitva lesz. Menjen ki a peronra, nyissa ki az ajtót, és lépjen kettőt lefelé a lépcsőn. Majd, ha bolond lennék, mondtam. Egyszer már megtette. Akkor tényleg bolond voltam. Talán a tablettától. Ne féljen, nem fog leesni. Miért olyan biztos benne? Mert magától ugrik le. Leugrani a vonatról. Maga összetéveszt engem valakivel, nem száhib. Én még egy sámliról sem merek leugrani, nemhogy egy vonatról. A vonat lassítani fog, csak le kell lépni erről. Nem lehetne, hogy a vonaton maradjak. Nem. Jól van, adtam meg magam. De ez jelentős felárral jár. Az mennyi? 50 százalék mondtam. És előre. A maradék tízezret pedig. Azt is megkapja előre. Így már oké. Okay. Hát, rendben van sóhajtottam. Bár azért ez nagy falat nekem. És, mikor kell megtennem mindezt? Néhány napon belül. Oké okay, bólintottam. Biztos, hogy nem tart tovább. Nem hiszem. Bárki tudja. Miért kérdezi? Mert két-három napnál tovább nem szoktam kibírni egy helyen. És ha az életéről van szó? Ez esetben igen. Akkor vegye úgy, hogy arról van szó. 7. Balini kör körbejártatta a szemét a világos, földszinti lakásban. Valahol a tengerparton voltunk, behallatszott hozzánk a csapkodó hullámok hangja. A taxiból csak végtelen tengerpartot láttam, sok-sok emberrel és sok-sok szeméttel. És kutya is akadt bőven. A Memszáhib szobájában azonban mindezekből csak egy madárra futotta, amely egy kalitkában ült, és rezignáltan bámult a levegőbe. Nem sajnálja a madarat? Kérdeztem. Miért sajnálnám? Nézett csodálkozva rám. Mert a madár az erdőbe való, nem szobába. Azt hiszem, aláírnám vele a halálos ítéletét, ha kiengedném. A kalitkában született madárnak a kalitka az otthona különben üljön le, mondta. Leültem egy kényelmes, réginek tűnő, bársonnyal bevont székre. Ismertetem a ház szabályokat, mondta. Mivel maga is itt fog lakni, és én is itt fogok lakni. Maga a másik szobában, én ebben. Értem. Ez az én otthonom, tehát maga fog alkalmazkodni hozzám. Világos. Az bólintottam mivel tehát én itthon vagyok, ne csodálkozzék, ha az öltözködést illetően kissé elengedem magam. De maga ezt nem teheti meg. Miért nem? Kíváncsiskodtam. Mert én vagyok a házigazda, maga pedig a vendég. Maga nem lehet hányaveti. Rendesen felöltözve jelenhet csak meg előttem. Na és maga? Én egyáltalán nem akarok megjelenni maga előtt. Van fegyvere? Hogy lenne? Kérdeztem. Indiában nem lehet csak úgy stukkerral utazgatni. Kése? Az sincs. Rendben. A második pont, nem jöhet közelebb hozzám két méternél. És nem érhet hozzám. Ha mégis megtenné, gyilkossági kísérletnek venném, és nagyon megjárná. Továbbá csak akkor beszél, ha kérdezem. És semmiképpen nem hívhatja fel magára a figyelmet. A fürdőszobánk közös, ezért, kérem, tartsa be a legelemit higiéniai szabályokat. Mint például. Ismeri azt a fogalmat, hogy WC papír. Valami rémlik mondtam. De szívesen venném, ha részletesebben is elmagyarázná. Borot válkozzék és zuhanyozzék naponta. És szellőztesse gyakran a lakást. Vigyázzon, hogy ne jöjjön be majom. Most pedig elmegyek hazulról. Cirka két óra múlva jövök vissza. Addig szedje rendbe magát. És ha közben jönne valaki. Balini nem száhib megrántotta a vállát. Vágja el a torkát, ha tudja. Csak aztán takarítson is ki utána. Miután elment, megpróbáltam megbarátkozni a madárral. Bedugtam az a makalitkába, de ügyet sem vetett rá. Sőt, a farkát fordította felém. Erre visszafordította makalitkát. A madárgőzöm sem volt róla, hogy milyen ismét csak a farkát mutatta, sőt még egy kellemetlen és főleg udvariatlan dolgot is művelt. Mindenki kitalálhatja, mit. Mit tagadjam, a ruhatára is érdekelt. Mármint nem száhib balinié, nem a madáré. Átsétáltam a szobájába, és kinyitogattam a szekrényeit. Két szekrénye volt csak, azok sem nagyok, csupán néhány ruhadarab lógott bennük. Ezután megvizsgáltam a Pipere utcát is, és arra a megállapításra jutottam, hogy alig ha itt lehet az állandó lakása. A szalmaszálak a szekrényajtó résébe dugva egyenesen megnevettettek. Miután alaposan feltérképeztem mindent, felvettem az ajtónyitás után szőnyegre került szalmaszálakat, és visszadugtam őket a helyükre. Éppen idejében. Kulcs zörgött odakint, ajtó nyílott, és besétált rajta a memszáhibbalini. Közölte velem, hogy másnap elrepülök új Delhibe. 8. Mivel szeretem tisztességesen elvégezni a rám bízott feladatot, megérkezésem másnapján megkezdtem áldásos tevékenységemet. Megtömtem a pénztárcám bankókkal tehettem, elvégre Balini Memszáhib rendelkezésemre bocsátott egy új bankjegy köteget, valamint két bankkártyát majd ezután felpróbáltam a vörös parókát, amelyet ugyancsak ő parancsolt rám. Nem kis küzdelmébe került, amíg sikerült meggyőznie, hogy változzak át valaki mássá. Öt perccel azután, hogy elkezdett pepecselni velem, már tisztában is voltam vele, hogy miről szól a terefere. Pepecselés alatt azt értem, hogy a fejembe nyomta a vörös parókát, majd vörös szeplőket ragasztott a képemre. Később aggodalmamat fejeztem ki miattuk, elvégre bármikor leeshettek volna legalábbis szerintem, Balini azonban megnyugtatott, hogy ne izguljak, ezek olyan szeplők, hogy még egy ötös erősségű hurrikán sem tudná lemosni őket rólam. Ekkor viszont amiatt éreztem némi nyugtalanságot, hogy nem maradnak-e örökké rajtam. Manapság már annyi mindent kitalálnak miért ne találhatták volna fel a lemoshatatlan műszeplőket is. Ami azt illeti, nem szerettem volna szeplősen leélni életem hátralévő részét. Már csak azért sem, mert kiváló barátom, Bob McKinley professzor erősen szeplős, és nem óhajtok még külsőségekben sem hasonlítani rá. De ez már egy másik történet. A paróka és a szeplők után még egy vastag szemüveget is fel kellett tennem, amelynek szerencsére ablaküvegből volt az üvege. Zavart ugyan a látásban, de azért ki lehetett bírni. Így tehát, vörös parókában, vastag szemüveggel az orromon, teli szórva szeplőkkel, vastag pénztárcával a zsebemben, bankkártyákkal a tárcámban, elkezdtem végigjárni új Delhi ékszerüzleteit. Mivel nem jutott jobb az eszembe, víziló fejes gyűrűt kerestem. Nos, ami azt illeti, meg is lett az eredménye. Eddig még sosem érdekelt sem az új delhi ékszerészek tevékenysége, sem az a kérdés, hogy vajon milyen kapcsolatrendszer köti őket egymáshoz, keresésem második napján rádöbbentem, hogy amit az egyik tud, azt tudja a másik is. És ez megfordítva is igaz. Lassan kezdett elterjedni a hír, hogy egy őrült milliómos egy vörös hajó, szeplős skót járja a várost, órákat tölt szerboltokban víziló fejes gyűrűt keresve. Annyi a pénze, mint a pejva, a bankkártyáiról már nem is beszélve. Azt gondoltam, hogy azért nem árt rá segíteni még egy kicsit. Ez pedig annyiból állt, hogy beszédbe elegyedtem az üzletvezetők egyikével másikával. Olyan magánügyeimbe is beavattam őket, amelyek meglehetősen szokatlanok voltak eladó és vásárló viszonylatában. Elmeséltem nekik, hogy skót vagyok vigyorogva mutattam a parókára és a szepőimre, és hogy sok pénzt örököltem a nagybátyámtól, akit Dél-Afrikában szerencsétlenségért. Megölte egy víziló. Azért keresek víziló fejes gyűrűt, mert örökre rá akarok emlékezni. Egyetlen feltételem, hogy a gyűrű régi legyen, legalább száz éves, a modern gyűrűk nem érdekelnek. A nagybátyám 99 éves volt, amikor a szerencsétlenség érte, ezért fontos nekem a gyűrűkora. Ezzel az utóbbi kijelentésemmel, amivel meghatároztam a kívánt gyűrűkorát le is csökkent a kínált ékszerek száma. Egészen a nullára. Két nap alatt rájöttem, hogy egész új Delhiben, beleértve legalább 200 kilométeres vonzás körzetét is, nem található élemedetkorú, korú, vízilófejes gyűrű. Volt disznó fejes, rinocérosz fejes, oroszlám fejes és egyéb fejes, víziló vízilófejes azonban nem volt. Egyetlen darab sem. Gyűrűt tehát nem vettem, bár néha azért meginogni látszottam egy-egy gyönyörű diadém láttán, de aztán látványosan visszafogtam magam. Azt gyanítottam, hogy látásból már mindenki ismer, és nem csak az ékszerészek, hanem az utca gyerekek is. Meg sem lepődtem, amikor két gyanús kinézetű kölyök oda somfordált hozzám az utcán, és közölték velem, hogy nem messze innen, egy nyomortelep közepén álló romos telken valaki el akar adni nekem egy megfelelő antik aranygyűrűt. Sokba fog kerülni, ezért hozzam magammal minden pénzem és az összes bankkártyámat. Öt napja voltam már a városban, és végigjártam minden listázott ékszerboltot, és még olyanokat is, amelyeket kizárólag magánszorgalomból látogattam meg. A megfelelő gyűrűt nem sikerült ugyan megtalálnom, mennyasszonyt majdnem. Az egyik ékszerész, pénzkötegem és bankkártyáim láttán felajánlotta a lánya kezét, mellé az ígéretét, hogy belátható időn belül szerez nekem gyűrűt, csak vegyem el a lányát. Ezt már fél sikerként értékeltem. Bár, amit felajánlottak, nem gyűrű volt, hanem lány, ám neki legalább víziló feje volt. Ennek ellenére eltekintettem az üzlettől. Már már azon törtem a fejem, hogy visszavonulót fújok, és ettől kezdve be nem teszem a lábam egyetlen ékszerboltba sem, hány ingerem támadt, ha csak rájuk is néztem, este felcsengett a telefonom. Ő volt, már mint Bali Száhib. Na végre örvendeztem. Már azt hittem, elfelejtett. Lehet magát elfelejteni. Sóhajtotta. Azóta is csak maga jár a fejemben. Olyan mély hatást gyakoroltam magára kérdeztem némiképpen felvillanyozva. Így is lehet mondani felelte, s valamiért az az érzésem támadt, mintha kinevetne. Ahogy legutoljára ott láttam a lakásomban csíkos alsógatyában, vörös hajjal és szeplősen, mintha magához vágtak volna egy turmixgépet, hát az imponáló volt. Úgy gondoltam, hogy megleckéztetem egy kicsit. Különben sikerült a dolog, mondtam. Mire céloz? Megtaláltam a gyűrűt. Éreztem, hogy megáll benne a lélegzet. Milyen, gyűrűt? Nyögte. Hát a víziló fejeset. Maga, megőrült. Hiszen maga mondta, hogy ha találok egy ilyet, megvehetem. Nem kellett volna megvennie, maga szerencsétlen. A víziló fejet csak példaképpen említettem. Maga tényleg megvette. Ugye meg ilyet? Kérdeztem. Hirtelen éles, kellemetlen lett a hangja. Lesz szíves nem szórakozni velem, oké. Okay. Ezért még majd számolunk. Remélem, elég feltűnést keltett. Erről különben már meg is győződhettem. Csak nem járt itt. Holnap indul Csennaiba. A jegyét a portán találja. Valahogy nincs hozzá kedvem, mondtam. Valóban nem is volt. Hogy hogy nincs kedve. Jól érzem magam új delhiben. Főleg, mivel más pénzét költhetem. De tényleg. Maga nem tudja, mit beszél. Dühödött meg. Elvégre megállapodtunk valamiben. Ha megszegi, meghal. Én a maga helyében már elkezdenék csomagolni. Csak tréfáltam, mondtam. Na, akkor ide figyeljen, tréfás fiú. Ha megpróbál átverni, nagyon rosszul jár. Nagyon-nagyon rosszul. Én sem érzem majd valami jól magam a bőrömben, de én legalább benne maradok. Maga viszont nem. Már, mint miben? Értetlenkedtem. Már, mint a bőrében, maga ostoba. Holnap felszáll a vonatra, és úgy viselkedik, ahogy megállapodtunk. Különben maga halott ember. Bár nem hittem el, hogy így is végződhetne a kaland, eszem ágában sem volt megfutamodni. Ha belekeztem, végig csinálom. Csak nem Száhibot sajnáltam egy kicsit. 9. A vasúti kocsiban csak kevesen ücsörögtek, és láthatóan senki nem figyelt fel rám. Feltettem a csomagomat a fejem fölé a csomagtartóra, majd átadtam magam az álmodozásnak. Mellettem és velem szemben helyett foglaló útitársaim gyakran váltották egymást, de a létszámuk csak ritkán változott. Volt, hogy háromszik férfi telepedett mellém, volt, hogy három jól fésült, európai öltönt viselő egyetemi hallgató, akik majd egy órán át társalogtak egyetemi professzorukról. A professzor szerintük teljesen hülye és teljességgel alkalmatlan a tanításra, mint a professzorok általában. Miután elmentek, még ki sem fújhattam magam, már is három hölgy ült lemellém. Kettő közülük aranykarikát viselt az orrában, egy pedig a fülében. Angolul beszélgettek, ami azt jelentette, hogy nem mindegyikük érti a hindit. Valamint a negyedikként hozzájuk csapódó fiatalember sem. A kalauz végig sétált a vonaton, kérdezett ezt azt a kocsiban helyet foglalóktól, aztán megállt mellettünk. Milyen levest hozzak, száhib? Kérdezte tőlem. Előbb talán a hölgyeket kérdezze mutattam rájuk udvariasan. A kalauz rám mosolygott. A hölgyek és az úr már a jegyváltásnál elintézték a rendelésüket mondta. Mit rendelhetek? Van kiváló kókuszlevesünk. Saját recept. Óhajtja megkóstolni, Száhib. Óhajtom bólintottam. És mellé. A legfinomabbat hozom, Száhib mondta, és mintha meg sem hallotta volna a kérdésemet, lelépett. A hölgyek diszkréten lehalkított hangon csacsogtak mellettem. Őszintén szólva nem nagyon figyeltem rájuk. Vártam a kókuszlevest, amelyért egyébként egyáltalán nem rajongtam. A kókuszleves csípős volt, mint Indiában minden étel. Mégis kikanalaztam az utolsó cseppig. Fél óra múlva meg kellett volna játszanom, hogy megfájdult tőle a gyomrom, ám nem kellett játszanom megfájdult az magától is. Pontosabban szólva a levestől. Bár úgy tettem, mintha csak magammal törődnék, azért néha végigfutott a hölgyeken és az úron a pillantásom. A férfi leplezetlen várakozással nézett rám. A kókuszleves kezdte kifejteni a hatását. Éreztem, hogy az a kis démon, amely a levessel együtt belém költözött, táncolni kezd a gyomromban. Ez talán még nem is lett volna akkora baj, bár azért ettől is kényelmetlenül éreztem magam, a démonnak azonban aligha nem sarkantyú volt a bokájára erősítve, azzal járta a táncát. Egyszer aztán olyan erővel hasított belém a fájdalom, hogy összegörnyedtem tőle. A három nő abba hagyta a fecsegést, és arcukba húzták a sejemkendőjüket. Mintha nem tetszett volna nekik, ahogy a gyomrom tapogattam. A fiatalember kedvesen rám mosolygott. Csak nincs valami baj, száhib. Visszamosolyogtam rá, bár nem lehetett valami zavartalan a mosolyom, mert mintha meglökkenést láttam volna az arcán. Azt hiszem, nem esett jól valami, mondtam, jelentőség teljesen előre hajolva. A gyomrom. Talán a leves vágott közbe az egyik hölgy, akinek aranykarika volt az orrában. A kókuszleves nem mindenkinek ízlik. A férjem például. Itt aztán el is szakadt nálam a cérna. Úgy úztak el a szavai a fülem mellett, mint a felhők az égen. A fiatalember megcsóválta a fejét és a zsebébe nyúlt. Kivett belőle egy kis gyógyszeres dobozkát, és felém nyújtotta. Varásszer gyomorfájás ellen. Úgy is mondhatnám, hogy csodaszer. Úgy elmúlik tőle, hogy holnap nem is emlékszik majd rá. Sajnos már csak egyetlen tablettám marad belőle. Az egyik hölgy felkuncogott. Sok mindenre nem fog emlékezni, az biztos. Vegye csak ki bátran biztatott a fiatalember. Nem is kell víz hozzá. Lenyelheti egyben, vagy akár szét is rághatja. Mielőtt még bármit is mondhattam volna, a tenyeremre borította a barna tablettát. Nyelje le, de gyorsan. Felemeltem a kezem, hogy a számba dugjam, ám mekkor baleset történt. A tabletta valahogy kicsúszott az ujjaim közül. Vigye el az ördög! Kezdtem kapkodni. Hát nem kiesett a kezemből. Hova a fenébe? dühödött meg a fickó, majd hirtelen lecsillapodott a haragja. Várjon, megkeresem magának. Leguggolt és keresni kezdte a tablettát. A három hölgy idegesen követte a mozdulatait, mintha valamiért nagyon fontos lett volna nekik az az egyszerű kis barna tabletta. Már-már azon voltak, hogy ők is csatlakoznak a kereséshez, amikor nagyot kiáltottam. Hopp! Már meg is találtam. Itt volt az ölemben. Érezhető volt rajtuk a megkönnyebbülés, ahogy kiegyenesítették a derekukat. Hol van? Kérdezte a férfi. Fekete szeme volt és csinos arca. Lenyeltem, mondtam. Biztos. Már érzem is a hatását nyögtem. Valahogy elálmosodtam tőle. Egészen udvariatlanul hátrahajtottam a fejem és behunytam a szemem. A férfi előrehajolt és rázogatni kezdett. Hé! Mi van magával, száhib? Rosszul érzi magát. Nem válaszoltam, csupán kinyitottam a szemem. Olyan mereven néztem magam elé, ahogy csak tudtam. Az egyik nő, akinek karika volt az orrában, felállt és megvetően felé mintett. Na, ennek ennyi. Gyerünk, Krishna. Ebben a pillanatban belépett a pincérkalauz, és megállt mellettünk. Minden rendben. A fiatalember fölém hajolt. Ez már tényleg kész. Munkára fel. A nők rám vetették magukat. Pillanatok alatt megtalálták valamennyi zsebemet, és ki is ürítették. Rendben, Krishna. Most te jössz. Krishna bólintott, és megragadta a karom. Kifelé. Nagyot nyögve feltápászkodtam, és az ülésem támlájába kapaszkodtam. Nyőszörögtem egy kicsit, ami tiltakozásnak is tűnhetett, aztán elindultam kifelé. Az ajtó anélkül nyílt ki előttem, hogy hozzáértem volna. Egy lépés, és már kint is álltam a peronon. Krishna egyre ott lihegett mögöttem, ellenőrizendő, hogy rendben mennek-e a dolgok. Majd hátrafordította a fejét. Minden rendben. Minden, Krishna. Kint ácsorogtam a peronon lehajtott fejjel, ködös tekintettel. Akkor hát, indulhat a menet. Ütött a vállamra Krishna, és a fülemhez hajolt. Kinyitod az ajtót és lelépsz a lépcsőre. Tétován nem etintettem. Majd hangosan is kimondtam. Nem. Krishna nem lepődött meg rajta mintha megszokta volna a hasonló szituációt. Kilépsz a lépcsőre és mélyen beszívod a levegőt. Gyerünk, barátom. Hátra pillantottam a hónom alatt, de már nem láttam Krisnát. A hangját azonban még mindig hallottam. Lefelé. Lefelé, barátom. Amint elértem a lépcső második fokát, belém kapaszkodott a szél. Sokkal erősebb volt, mint néhány nappal ezelőtt, amikor ugyancsak kint álltam a lépcsőn, és a vízióimmal küszködtem. Úgy próbáltam helyezkedni, hogy minél kisebb felületet támadhasson meg belőlem. A vonat lassított. Nagyot rándult alattam a lépcső. Itt volt az alkalom, hogy leugorjak róla. Csak hogy én nem ugrottam le. Másodpercek alatt felkapaszkodtam a kocsi tetejére. Aki odalent vár rám, hadd várjon. És a kés, amely el akarja vágni a torkom, az is csak várjon. Mert hogy meg akarnak ölni, abban biztos voltam. 10. Az állomás az éjszakai életét élte. Ez persze egyáltalán nem jelentette azt, hogy egyetlen emberrel is kevesebben lettek volna rajta, mint nappal. Amint a vonat megállt, árusok rohanták meg, és elkeseredetten tülekedve próbálta küzletet kötni az ablakokon kibámuló utasokkal. A kosaraikból felcsapó illatok frissen sült szamoszáról árulkodtak. Alig néhány lépésre az állomás épületétől húzódtak az ételkészítők fabodéi, ahol az éjszakai óra ellenére vigar rotyogtak a fatálakban a szamoszák. Volt ott vegetáriánusnak és húsevőnek egyaránt fogyasztani való. És a sörök, óhő, istenek! Messziről is éreztem a hűtőtáskák hidegét. Nem messze tőlem hirtelen sikotás hasított a levegőbe. Egy nő sikoltozott kétségbe esetten. Szerencsémre hindi így megérthettem, mi borította ki annyira. Ott. Sikoltotta. Ott van egy ember. Aztán mondott még többet is, de azt már nem értettem. Sikoltásait újabb sikolyok követték, majd a közelemben lődörgők is kiáltozni kezdtek egymás között. A tömeg lögdösődve eliramodott az állomás épülete felé. Olyan hangzavar hullámzott körülöttem, hogy csak úgy kapkodtam a fejem. Úgy pattogtam a rohanó testek között, mint parafa dugó a sziklákkal teli, megáradt patak vizében. Nem voltam reszt a könnyökömet is használni, így aztán hamar odaértem, ahova a többiek is igyekeztek. A hulla közvetlenül az állomás épületének oldalfala mellett hevert. Fiatal férfi volt, és még mindig szivárgott belőle a vér. A hod éppen rásütött az arcára, szeme merev volt, és üvegesen csillogott. Valahogy ismerősnek tűnt. A távolból felhassanó a hang arra figyelmeztetett, hogy ne legyek már annyira kíváncsi. Újabb sikoltás hasított a csendesnek amúgy sem mondható éjszakába. A tömeg megfordult, és az újabb célpont felé igyekezett. Felhúztam a nyúlcipőket, így az elsők között értem oda, ahol valaki sikoltozott. Ez a hely az épülethez legközelebb sősínpár mellett volt, és egy újabb holtözt feküdt rajta. Ez a holtözt azonban egy nőé volt. A nőnek aranykarika csillogott az orrában. A sziréna egyre közelebbről hallatszott, néhány riad síp hangjától kísérve. Nem messze tőlem, egy, a többitől kisé távolabbra eső bódéban bajuszos, alacsony fickó forgatta hosszú fakanállal, forró olajba a szamószát. Láttam rajta... Hogy legszívesebben ő is a csődület után igyekezne, ott ült az arcán a vágy, hogy legalább egy holtestet láthasson a meggyilkoltak közül. Oldalról közelítettem meg a szamoszát sütőembert. Áthajolt a fénytál felett, amelyben a sütemények sültek. Szemmel láthatóan nem tartott tőle, hogy a sisteregve felcsapó olajcseppek megégethetik. Úgy meregette a távolba a szemét, mintha megígérte volna a feleségének, hogy ha halottat látna, otthon majd elmeséli, hogy nézett ki. Óvatosan közelítettem meg. Biztos voltam benne, hogy ennek ellenére észrevett, csak éppen nem tulajdonította a közeledésemnek különösebb jelentőséget. Egészen addig nem is izgatta a dolog, amíg mellé nem értem. Sőt, igazából akkor sem. Csak akkor nézett rám megdöbbent csodálkozással, amikor elkaptam a nyakát, és megszorítottam. Kiáltani akart, de fennakadtak a szemei, és lecsusszant a földre. Villám gyorsan lerángattam magamról a parókát, elhajítottam a Jackimmel együtt, lekaptam róla a turbánt és azt a tisztának jó indulattal sem mondható köpenyt, amiben a szamószát sütötte, és magamra terítettem. Abban bíztam, hogy a nagy zűrzavarban senki nem fog felfigyelni rám. Taxit béreltem, és azzal mentem vissza Csennaiba. Valamiért nem volt kedvem vonatra ülni. 11. Volt bőségesen időm eltöprengeni a történteken. Annál is inkább, mivel Balini száhib nem hívott fel többé. Természetesen az ígéretét sem tartotta be egyetlen rópiával sem lettem gazdagabb. Ha megkérdezi valaki tőlem, miért csináltam végig mindazt, amit végig csináltam, nehezen tudnék válaszolni rá. Legfőképpen talán a kíváncsiság dolgozhatott bennem. Vajon miért történt ez az egész? Meg kéne kérdeznem Balini Memszáhi bt Ahhoz viszont meg kellene keresnem. Csak hogy India elég nagy ahhoz, hogy biztos legyek benne, ha nem akarja, hogy rátaláljak, nem is fogok. Ő pedig mostanában bizonyára nem akarja. Hogy végül is mi haszna származott belőlem, gőzöm sem volt róla. Megtettem a kötelességemet, elmehetek a fenébe. Csak éppen, mit miért tettem? Ismétlem, gőzöm sem volt róla. Néhány napig még vártam a hívását, aztán beletörődtem, hogy valami olyan történt velem, amit nem tudok megmagyarázni magamnak. Valaki felhasznált valamire, de nem tudom, mire. És talán nem is fogom megtudni soha. Arra gondoltam, hogy ideje lenne befejezni a töprengést, és a saját dolgaimmal foglalkozni. Elvégre nem azért jöttem Indiába, hogy éjszakai vonatokon ücsörögjek, meggyilkoltassam magam, vagy vízilófejes gyűrűket keressek az új delhi ékszerészeknél. Azért jöttem, hogy felmenjek a Himalájába és bekéredzkegjek valamelyik kolostorba. Hát ha találok olvasnivalót, ami megörvendeztet. Egy-egy régi kézirat csodamód fel tudja vidítani a lelkemet. Néhány nap múlva halványodni kezdett az emlékeimben Balinimem Száhib képe, további néhány nap után pedig már úgy voltam képes visszatekinteni az elmúlt hetek történéseire, mintha nem is velem esett volna meg mindez. Mintha olvastam volna valahol. Egy érthetetlenül össze-vissza gabaított rémregényben. Amikor aztán véglegesen eldöntöttem, hogy melyik kolostort keressem fel, már olyan halványak voltak az emlékeim, hogy meg kellett erőltetnem magam, ha vissza akartam emlékezni a részleteikre is. Lassan Balini Memsahib képe is az elmúlás sorsára jutott. Éppen új a szállodai szobámban ültem, és megpróbáltam rávenni magam, hogy kezdjek hozzá a csomagoláshoz, amikor megszólalt a telefonom. Emer Lorenz kérdezte egy ismeretlen női hang. Ő beszél, mondtam. Én Emmer Kerintön titkárnője vagyok. Emmer Kerintön megbízott, hogy próbáljam felvenni önnel a kapcsolatot. Értem, mondtam. És kicsoda Emmer Kerintön. Kissé hosszabbra nyúlott a csend, mint ilyenkor szokásos. Emmer James Kerintön ismételte a női hang. Bocsásson meg, de nem ismerek semmiféle Emmer carlington mondtam, készen rá, hogy kinyomja magombot. Végül mégsem tettem. Hát ha a vonatokon elkövetett gyilkosságok ügyében akar velem beszélni valaki. Emmer Kerintön az emberiség kincsestára alapítvány elnökem mondta. Némi büszkeséget éreztem a hangjában. Bizonyára büszke volt a pozíciójára, hogy ilyen ismert szervezet elnökének a titkárnője lehet. A problémát ezúttal az jelentette, hogy még sosem hallottam az illető alapítványról. Sajnos nem ismert előttem az önök alapítványa nem tesz semmit. Csupán néhány éve alapította Emmer Kerintön. Mindezek ellenére azért már szert tettünk bizonyos ismertségre. Különben Emmer Kerintön a Kerintön és társa gumikonszern. Hirtelen felvillant a fény az alagút végén. Kerintön abroncsok, Kerintön gumikesztyűk, gumiból készült alkatrészek. Így már más mondtam. Természetesen tudom, kiről van szó. Emmer Kerintön szeretne találkozni önnel. Értem, mondtam. És mi célból? Azt inkább ő mondaná el önnek. Én is szívesen találkoznék vele, csak sajnos, van egy súlyos oka, hogy miért nem jöhet össze mostanában a rendezvú. És pedig. Kérdezte a hölgy. Mert én jelenleg Indiában vagyok, és még nem tudom, mikor térek vissza. Nem tesz semmit, felelte a hölgy. Emmer kerintön is Indiában van. Sőt, én is. Konkrétan hol? ahol ön mondta. Új Delhiben. De Mégis attól tartok. Emmer Kerintön felhatalmazott rá, hogy közöljek önnel valamit. Nos, Emmer Kerintön nemrég kapcsolatba került egy személlyel, aki bizonyos felfedezést tett ladakban. Emmer Kerintön úgy gondolta, hogy beszélnie kellene egy szakértővel, és valaki Ön ajánlotta neki. Megcsapta az orrom valami. Lehet, hogy a folyosóról beszivárgó körri illata, amelyet egy pincér vihetett egy lusta szállod alakónak, aki nem óhajtott lefáradni az étterembe, de az is lehet, hogy távoli titok illata csapta meg az orrom. Konkrétan miről van szó? Ó, hát azt majd Emmer Kerintön mondja el önnek, már persze, ha elfogadja a meghívását. Én sem tudom pontosan, de, mintha valami kincsekről lenne szó. Talán múmiákról is. Úgy éreztem magam, mintha fejbe kólintottak volna. Rendben van, mondtam gyorsan. Köszönöm a meghívását. Mikor kellene? Most mondta a hölgy. Persze, ha ráér. Majd szakítok időt rá. És hogy jutok el? Kocsi várja a bejáratnál. Így kerültem kapcsolatba Emmer Carringtonnal. 12. Emmer Carrington palotában lakott, ami őszintén szólva nem is olyan meglepő errefelé. felé. A mai indiai építészet jellemvonása, hogy bár a modern építészet számos eleme megtalálható az új lakónegyedekben, és a város széli kertes házak is az amerikai modellt követik, mindazok, akik megengedhetik maguknak, palotákat építtetnek. Ezeket aztán kiadják azon külföldi cégek vezetőinek, akik úgy érzik igazán Indiában magukat, ha palotákban lakhatnak. Valószínűnek tartom, hogy az igazi palotákban élt maharadzsák, ha felébrednének halotti álmukból, lefitymálva bámulnák ezeket az utánzatokat, de a mai világnak nagyon is megfelelnek a néha inkább mesevilágba való építészeti csodák. Emmer Kerintön palotájának kupola teteje volt, udvarát olyan zöld fű borította, hogy káprázni kezdett tőle a szemem. A különféle egzotikus fák és bokrok úgy elborították, hogy akár botanikus kertben is érezhettem magam a bejárati ajtó előtt kocsi feljáró húzódott. A sofőr természetesen libériás kiugrott a volán mögül, futva megkerülte a kocsit, és kinyitotta előttem az ajtaját. Amint kiszálltam, már ott is állt velem szemben három ugyancsak libériás férfi. Turbánban, vörös kabátban, feszes nadrágban. A halból, ahova egy bajuszos, katonás mozgású férfi vezetett be, széles márvány lépcső futott fel az emeletre. Erre, Száhib mutatta, hogy merre menjek. Emmer Kerinton irodájának már az ajtaja is akkora volt, hogy ha bedobták volna a tengerbe, kilenc hajó törött is elfért volna rajta. Ennek ellenére meg sem nyikkant, ahogy kísérőm kinyitotta előttem. Erre, Száhib. Emmer kerintő irodája vagy dolgozószobája méretét tekintve egy vasútállomásra hasonlított. Már pedig az utóbbi időben valamiért nem kedveltem a vasútállomásokat. A terem végében jókora íróasztal állt, de ahhoz, hogy jobban megfigyelhessem a mögötte ülő férfi arcát, távcsőre lett volna szükségem. Éppen azon töprengtem, hogy álljak-e meg az ajtónál, vagy próbáljam megközelíteni az íróasztalt, ám kerintön megelőzött. Felkelt és odaviharzott hozzám. Még hozzá szó szerint. Hosszú lábai voltak kis olyan hosszúak, mint a gólyalábak, amilyenekkel vásári mutatványosok produkálják magukat. Néhány pillanat múlva előttem termett, és felém nyújtotta a kezét. Csak hogy elfogadta a meghívásomat, Emmer Lorenz. Üdvözölt látható örömmel. Régóta vártam már erre a találkozásra. Részemről a szerencse bókoltam kisé meghajolva. Jöjjön csak oda az asztalhoz. Oda, a pálmák alá. Az íróasztal előtt néhány szoba pálma állt, mintha Emmer kerintön nem tudott volna betelni velük. Tekintettel arra, hogy a kertben kisebb pálma erdőt láttam, furcsa volt, hogy még idebent sem képes nélkülözni őket. A fák alatt asztal és néhány bőrfotel várta a vendégeket. Emmer kerintön az egyik fotelra mutatott. Foglaljon helyet, Emmer Lorenz. Helyet foglaltam. A következő néhány perc azzal telt, hogy csendben megvártuk, amíg néhány libériás telerakja az asztalt étellel itallal. Rövid terepszemle után némi szomorúsággal konstatáltam, hogy ami az italokat illeti, csupán gyümölcslevek állnak a rendelkezésünkre. Emmer Kerintön majd két méter magas, sovány fickó volt. Haját oldalra fésülte. Talán még valamikor kollégista korában alakíthatta ki a frizuráját. Sovány, markáns arca volt, s beszéd közben gyakran rántotta fel a homlokára a szemöldökét. Volt valami katonás a mozgásában. Szeme rám szegeződött, nem is titkolta, hogy megpróbál összevetni azzal a képpel, amelyet korábban kialakított rólam. Igazán kíváncsi lettem volna, hogy mennyire esik egybe a kettő. Amikor az utolsó libériás is elhagyta a termet, Emmer kerintön átnyúlt az asztal felett, és megfogta a csuklómat. Nem kell aggódnia, mondta. Nem vagyok bolond. Erre nem is gondoltam, tiltakoztam. Miért kellett volna erre gondolnom? Emmer kerintön körbe mutatott. Abba a körbe, amelyet kijelölt a kezével, lényegében véve az egész terembe belefért. Sőt, talán még az udvar is a pálmaerdővel, a kocsi fejjáróval és egy kis medencével, amely a pálmaerdő mellett kék lett. Hát emiatt mondta. Nem kell aggódnia, ez nem az én stílusom. Sokkal jobban kedvelem a meghitt sarkokat, amelyeket körbebástyázhatok a könyveimmel, és kissé, hogy úgy mondjam, elereszthetem magam bennük. Hát, néha a kisebb valóban kellemesebb mondtam. Ennél nagyobb bölcsességet képtelen voltam kiizzadni magamból. Egy óriás cég tulajdonosa vagyok, telistele nemzetközi kapcsolatokkal. Mindenféle típusú emberrel tárgyalnom kell, s ezek között jócskán akadnak olyanok, akiknek a foglalkozása a monumentalitás. Kérem. Például hatalmas hidakat építenek, felüljárókat, gyárcsarnokokat, raktárakat. Ezek a fickók úgy beleélik magukat a munkájukba, hogy már nem is érzik jól magukat valamiben, ami nem monumentális. Ha egy normál méretű dolgozószobába vezetném be őket, szoronganának és rosszul éreznék magukat nekem pedig az az érdekem, hogy aki ellátogat hozzám, jól érezze magát. Éltem bólintottam. Vannak fickók, főleg a keleti országokból, akiknek görcsöt kapna a nyelvük, és valószínűleg az agyuk is, ha nem egy hodályban tárgyalnék velük. Ezért vannak a libériás inasok, a palota, és ez a hatalmas izé is itt. De ha bebújik ide, két pálmafa közé, már is jobban érzi magát. Apropó, azt hallottam magáról, hogy nem veti meg a viszkit. Ilyesmit plegykálnak rólam. Ne vettem el magam. Valahogy kezdett tetszeni a fickó. Én is kedvelem. Felállt, az asztala mellett termett, kihúzott egy fiókot, majd kiemelt belőle egy üveget, és felém mutatta. Ehhez mit szól? Megpróbáltam fókuszálni a szemem, de nem láttam rajta feliratot. Csupán egyetlen szót, amelyet alig hanem tollal írtak rá az üvegre. Kerintön. Megkóstoljuk. Magára bízom, mosolyogtam. Két pohár is előkerült az asztal fiókból. Emmer kerintön letette őket az asztal közepére, aztán öntött az üvegből mindkettőnkébe. Kíváncsi vagyok rá, mit szól hozzá. Felemeltem a poharam, és beleszagoltam. Amint megéreztem az illatát, mintha madarak kezdtek volna énekelni a pálmák tetején. Nem tudok mást mondani, mint hogy tündérország illatát éreztem felszállni a poharamból. Azt hiszem, fel is nyögtem az elragadtatástól, mert láttam ember kerintön szemén, hogy nagyon is elégedett a hatással, amelyet a vizsgáj gyakorolt rám. Az íze minden várakozást felülmúlt. Mintha a mennyek itala lett volna. Nem hiszem, hogy a görög isteneknek jobban íz lett volna a nektár az olimposzon, mint nekem a skót, felföldi viszki. Csodálatos. Nyögtem. És az is volt. Emmer kerint töltött még egy pohárkával. Egyenesen számomra készítik. Van egy barátom, egy főzőmester, akit régóta ismerek. Nem hiszem, hogy élne nála nagyobb varázsló a világon. Egyet kellett értenem vele. Bár ittam én már kiváló viszkit máshol is, ez azért valóban a csúcs közelében járhatott. Tíz percig másról sem beszéltünk, csak a viskájről. Amikor az utolsó csepp is eltűnt a poharunkból a második pohárról van szó. Emmer kerintön összedörzsölte a tenyerét. Hát akkor, térjünk a lényegre, Emmer Lorenz. Bár a viszki is lényeges. Szóval, ha nem haragszik, mondanék néhány mondatot magamról. Nem akarom feleslegesen lopni az idejét, elvégre az interneten sok mindent megtudhat rólam, bár az ilyesfajta ismertetők mindig hiányosak. Szerencsére. Tíz évet dolgoztam azon, hogy vállalatom a gumiabroncsgyártásban feltörjön az első közé. A piac telített óriási erőfeszítéseket kellett tennem, hogy felérjek a topra. Némi büszkeséggel állíthatom, hogy ez végül is sikerült. Gratulálok, Emmer Kerintön mondtam, bár még mindig fogalmam sem volt róla, mit akarhat tőlem. A titkárnő említett ugyan valami nem mindennapi felfedezést, de egyre bizonytalanabb voltam benne, hogy nem értettem-e félre. Pedig soha nem akartam az lenni, ami vagyok, mondta, és sóhajtott mellé egyet. Nem mondom, hogy nem szeretem, amit csinálok, hiszen az én munkámnak is megvan a maga szépsége, elvégre emberi szükségleteket elégítek ki, mégis néha borzasztó hiányérzetem van, és nosztalgiám a régi tanulmányaim iránt. El tudja rólam képzelni, hogy hajdanán a klasszika filológia érdekelt. Még meg is tanultam latinul és ó, görögül is. Persze ezek ma már csak emlékek, nem vagyok benne biztos, hogy meg tudnám-e érteni akármelyik nyelven is, ha egy ismeretlen szöveg kerülne elém, sajnos. De azért a régi láng még itt lobog a szívemben. Ezért aztán mi a vállalatom, hm, felküzdötte magát a nagyok közé, kitört rajtam a mánia. Hogy tenni szeretnék valamit a régi világért? A régi kultúrákra gondolok. Értem mondtam. Pedig nem igen értettem. Főleg azt nem, hogy mit akarhat tőlem. Emmer kerint öntött a poharainkba, majd rám emelte a sajátját. Örülök, hogy itt van. Nem is sejti, mennyire. De visszatérve arra, amit az imént abba hagytam, az a helyzet, hogy amint anyagilag megengedhettem magamnak, elhatároztam, hogy részt veszek a régi kultúrák emlékeinek a megmentésében. Tudom, hogy ez így egy kisé általános, de azonnal megmagyarázom, hogy önértem. Úgy gondolom, hogy sok fontos emlék található még szerte a világon, főleg olyan régiókban, ahol nem becsülik meg őket, sőt eleve halára vannak ítélve. Gondoljon csak az iszlám államádásos tevékenységére. Ha azokat a mezopotámiai emlékeket meg lehetett volna menteni. Szóval, számos olyan emlék létezik, amelyeket nem becsül senki. Ezeket igyekszem én megmenteni. Néha legendák után megyek, megpróbálom tanulmányozni őket, és eldönteni, hogy van-e valóság tartalmuk? Mint Trója esetében is. Az a lényeg, hogy megóvjam őket az enyészettől. Érti már. Már jobban értettem, csak éppen annyi információ szakadt rám az utolsó néhány perc során, hogy rendszereznem kellett volna őket a fejemben. Egy konkrét ügyben lenne szükségem magára, mondta. Valóban. Kérdeztem. Úgy éreztem, illene több érdeklődést mutatnom a szenvedélye iránt. Az a helyzet, hogy bármi érdekel, aminek valaha a csodájára jártak. Bár van egy gyengém. Valami, ami igazán megmozgatja a fantáziámat. Tudja, mi az? Mi csoda? Kérdeztem mérsékelt lelkesedéssel. Akkor már biztos voltam benne, hogy akármit is mesél, akármit is kínál, vissza kell utasítanom az ajánlatát. Egyetemi tanár vagyok, nem szegődhetek senki szolgálatába. Arról nem is beszélve, hogy az ásatások általában sokáig tartanak, és egyáltalán nem biztos, hogy sikerrel is kecsegtetnek. A múmiák mondta. Rettenetesen izgatnak a múmiák. Meglepődve néztem rá. Amikor emlékekről beszélt, kizárólag kőemlékekre gondoltam. Múmiák! Csodálkoztam. Azok bólintott. De hát én nem vagyok egyiptológus. Tört ki belőlem. Egyáltalán nem értek hozzájuk. Pedig szeretném megbízni valamivel. Szeretném, ha segítene nekem. Mondom, hogy nem értek hozzájuk. Az egyiptológia nem az én világom. Nem is kell, hogy az legyen, mondta Emmer Kerintön. A múmiák nem egyiptomiak. Neme. Hökkentem meg. Akkor milyenek? Tibetiek felelte Emmer Kerintön. 13. Mielőtt reagálhattam volna rá, Emmer Kerintön gyorsan teletöltötte a poharainkat. Tibetiek. Hökkentem meg. A tibetiek nem szokták mumifikálni a halottaikat. De azért vannak kivételek. Kivételek mindig akadnak. De ha egy-egy híres szerzetest mumifikáltak is, nem túl gyakran történt ilyesmi. Akkor elmondok magának egy mesét, mondta. Nemrég megismerkedtem egy tibetből menekült szerzetessel. Davangnak hívják. Már az is érdekes, hogy hogyan ismerkedtem meg vele. Nos, itt történt ebben a házban. Ön bizonyára nem látta még a kutyáimat. Nappal az udvar egy másik részében tartom őket. Szóval, van két kemény kutyám, amiket éjszaka szabadon engedek. Jó egy évvel ezelőtt megpróbáltak betörni hozzám, ezért úgy gondoltam, jobb a békesség. Nos, egy éjszaka arra ébredtem, hogy a kutyák elkaptak valakit a kertben. Mire kirohantam, már alaposan megcincálták a fickót. Egy szerencsétlen koldus volt az illető. Szerencsére még idejében sikerült élve kimentenem a kutyák szájából. Az ebek leszették róla a ruhát, már majdnem mezítelen volt a szerencsétlen. Gyorsan orvost hívattam. Arra gondoltam, hogy felöltöztetem, megetetem, adok neki valamennyi pénzt, aztán elküldöm, menjen Isten hírével. Nagyjából így is történt volna a dolog, az orvos azonban észrevet rajta valamit. Nevezetesen, hogy a kutyák okozta sebein kívül készszórás nyomok is találhatók rajta. Davang először meg sem mukkant, majd amikor látta, hogy nem hívom ki a rendőrséget, felengedett, és elmesélte, hogy nem indiai ez különben látszott, és rajta, hanem tibeti menekült láma. Elhászából menekült a kínaiak elől. Komoly konfliktusa lehetett velük, mert amikor megtudták, hogy elmenekült előlük, utána küldtek néhány embert, hogy kapják el, és vigyék vissza Tibetbe, vagy ha ez nem menne, legalább öljék meg. Két ügynök is a nyomába szegődött, elkapták és megkéselték. Éppen el akarták vágni a torkát, amikor mégis sikerült valahogy kitépnie magát a kezükből, futásnak erett, majd amikor a kerítésemhez ért, átugrott rajta. Így történt, hogy a kutyák elkapták. Talán megérezték rajta a vér és a friss hús szagát. Nem akarom hosszúra nyújtani a sztorit, de a fickó annyira hálásnak mutatkozott, hogy elmesélt nekem egy történetet. Három múmiáról. Hallott talán már róluk. Megráztam a fejem. Pedig maga szakember. Egy szakember sem tud mindent mentegetőztem. Ne értsen félre, nem akarom én kisebbíteni a tudományát. Szóval az a lényeg, hogy ez a davang mesélt nekem egy történetet, három szerzetesről. Név szerint, várjon csak egy kicsit, az író ment, lehajolt, kihúzott egy fiókot és kotorászni kezdett benne. Ide tettem valahova a papírokat. Megvan. Sóhajtotta aztán. Megtaláltam. Visszaült a helyére, és a papírra nézett, amit a kezében tartott. Őszintén szólva azt hittem, hogy egy régi fóliást mutat majd, vagy legalábbis annak egy darabját, ám ami a kezében volt, egy egyszerű, iskolai füzetből kitépet lap volt csupán. Nos, itt vannak a nevek mondta. Ott tartottunk, hogy élt egy kolostorban három szerzetes. Az első Duxnak hívták. Tudja, mit jelent ez? Dux annyit tesz, hogy napernyő. No csak nyitotta tágra a szemét. Furcsa név. Őszintén szólva magam is annak tartottam. Mi az ördögért neveznek valakit napernyőnek? Aztán hirtelen rádöbbentem, hogy miért is. A napernyő a gazdagságot szimbolizálja, mondtam. A régi időkben csak a gazdagok használták. A szegények legfeljebb faleveleket tartottak a fejük fölé. A napernyők finom kelmékből készültek, csipkékkel díszítették őket, a nagyon gazdagok egyenesen drága kövekkel. Gondolhatja, hogy egy ilyen napernyő milyen értéket képviselt. Azon kívül a napernyőnek másféle jelentése is van. Ahogy az ernyő elhárítja a napfényt az elől, aki megbúvik alatta, úgy a buddhista ten is megóvhatja az embert attól, hogy visszakerüljön a világforgásba. Azaz attól, hogy újjá szülessen. Úgy van. A napernyő szent például ganésát is gyakran ábrázolják vele. A gazdagság, a szerencse és a védelem szinonimája is. Kezdem érteni morogta. Bizonyára nem ez volt a szerzetes eredeti neve, hanem a kolostorban kapta. Lehet, hogy ő maga a napernyő. Ő maga. Ő segít másoknak elrejtőzni a tűző nap elől, ami ebben az esetben az ártó démonokat és a helytelen cselekedeteket jelenti. Valamire nagyon elszánta magát ez a szerzetes, ezért kapta a napernyő nevet. Mégiscsak volt értelme, hogy meghívtam magát egy kis eszmecserére mondta. A legenda szerinti második szerzetest pedig úgy hívták, hogy Drillbu. Csengettyű mondtam. Csengettyű. Hökkent meg. Ha nem tévedek, ennek is van valamilyen, hogy is mondta, szimbolikus jelentése. Azt hiszem, igen bólintottam. A csengőt a szertartásoknál használják. Egy sereg oka van, hogy miért. Az isten ábrázolásokon gyakran láthatja valamelyik isten kezében. A csengőnek is démonüző hatása van elkergeti azokat a szörnyeket, akik az élőkre leselkednek. Az ártó démonok allergiásak a csengő hangra. Ha meghallják, menekülőre fogják a dolgot. Azon kívül, mivel a csengő hang kedves a tentőrző hatalmak fülének, jó indulattal viseltetnek a csengőt rázogató iránt. Például a táncoló sivá is csengettyűt tart az egyik kezében. Tehát ez is egy szent tárgy. Természetesen. Mi a harmadik? A harmadikat úgy hívták, hogy Damáru. Erre emlékszem. Ez valami dob vagy micsoda. Ilyet már láttam egy múzeumban. Akkor hát tudja, miről van szó. A Damáru is démonriasztásra szolgál, továbbá. Mondja, igaz az, hogy emberi koponyából készül. Néha mondtam. De például tökéjból is készíthetik. Bocsánat, hogy félbeszakítottam. Nos, a damáru is démonriasztó eszköz. Néha pedig éppen megfordítva, a démonokat hívja. Az meg hogy lehet? Hallott már a csöccszer tartásáról? Nem én. Az micsoda? A halottak feláldozásának az egyik módja. Éjszaka kerül rásor, gyakran temetőkben. Feldarabolják a holtestet, aztán felajánlják a húsát a démonoknak. Persze csak azoknak, akik a lámahit támogatói. Mert ilyenek is vannak vannak rossz démonok és jó démonok. Vagy ha jobban hangzik, akkor jó istenek és gonosz istenek. Akinek felfalják a holtestét, az nagy lépést tesz a nirvána felé. És amíg az istenek vagy démonok a halott húsát eszik, egyfolytában szól a damáru. Kerintön megtörölgette a homlokát a kézfejével. Ő szintén szólva nem valami vonzó lehetőség. Ha majd a temetésemről kell gondoskodnom, nem biztos, hogy ezt a szertartást választom. Vannak vidékek Tibetben és Mongóliában is, ahol nagy megtiszteltetés a halott számára. Hát, ízlés dolga. Szóval, Davang szerint valóban létezett ez a három szerzetes. És tudja, mit mesélt még róluk? Hogy önmaguktól akartak meghalni. Értem ez alatt, hogy mai kifejezéssel élve, öngyilkosok akartak lenni, és lettek is. Gyakori dolog ez a szerzetesek között. Egyáltalán nem mondtam. Sőt, az öngyilkosság bűnnek számít, és távolabb taszít a nirvánától. Ha valaki megöli magát, ezzel csak meghosszabbítja az evilágban eltöltendő idejét. Davang szerint ők mégis ezt tették, bár amit tettek, az csak bizonyos értelemben öngyilkosság. Sejtettem, mire akar kiukadni, de nem szóltam közbe. Davang szerint a három szerzetes azt találta ki, hogy mumifikálja önmagát. Így közelebb jut a nirvánához, de nem lép be a kapuján, már ha van neki. Inkább visszafordul onnan, és segít másoknak, hogy elérhessék, amit ők. Maga hallott már erről a furcsa metódusról. Hallottam, bólintottam. Látott is már ilyen múlmiát. Talán egyet, de nem volt időm alaposabban is megvizsgálni. A kolostor főnöke szerint több évszázaddal ezelőtt főpap volt, aki az emberi lelkek megmentésének ezt az útját választotta. Davang azt mesélte, hogy ezek az emberek szörnyű kínokat álltak ki, amíg meg nem haltak. Bezárták magukat egy külön erre a célra épített kis épületbe, nem táplálkoztak rendesen, nem ittak folyadékot, szóval, múmiát csináltak magukból. Gondolom, ehhez megfelelő klimatikus feltételekre is szükség volt. Hát, bizonyára mondtam, és azon töprengtem, mi az ördögért foglalkoztatják annyira az önmagukat mumifikáló szerzetesek. Valószínűleg felmerül önben a kérdés, Emmer Lorenz, hogy miért érdekel engem ennyire mindez. Nem titok. Davang elárulta nekem, hogy hol található a három szerzetes múmiája. Mit gondol, hol? Ez azért némi meglepetéssel töltött el. Mint már említettem, olyan ritkák a szerzetes múmiák legalábbis az önmagukat mumifikáltak, hogy a kutató örülhet, ha élete során találkozik egyel. Azt sem értettem, hogy miért árulta el Davanga három múmia rejtek helyét egy idegennek. Hálából, amiért Kerintön kimentette a kutyák szájából. Lehetséges, bár nem jellemző egy szerzetesre. Máshogy is kimutathatta volna a háláját. Bizonyára Tibetben mondtam. Hol más is lehetnének? Emmer kerintön bólintott. Eredetileg valóban ott voltak. Hosszú évszázadokon át. Aztán, amikor kitört a tibeti felkelés, a tibetiek átmentették Nepálba. Mind a hármat átvitték a határon. Hihető volt, én mégis kételkedtem benne. Nem volt egyszerű, de végül is sikerült. Davang szerint a kínaiak előszeretettel semmisítik meg a régi, buddhista emlékeket különösképpen így volt ez a kulturális forradalom idején. A tibeti szerzetesek attól tartottak, hogy a felkelés leverése után a bosszúszomjas kínaiak összetörik a múmiákat. Ezért, mint mondottam, átvitték őket Nepálba. Most is ott vannak. Nem mondta Emmer kerintön. Már nincsenek ott. A nepáliak sem kedvelik a menekülteket, ezért a tibetiek úgy gondolták, hogy jobb, ha tovább viszik őket Indiába. És így is történt. Davang szerint három kolostorban rejtették el őket. Mindegyikben egyet. Ismeri a kolostorok nevét? Hát éppen ez az. Ezért kellene maga nekem. Hogy megtalálja őket. Davang sem tudta, vagy csak önnek nem árulta el a neveket. Emmer Kerintön megvakargatta a feje bubját. Jó kérdés. Davang ugyan megígérte, hogy felfedi a titkot, de aztán hirtelen eltűnt a szemem elől. Várjon csak, várjon. Emeltem fel az ujjamat. Davang hálából árulta volna el önnek a múmiák rejtek helyét. Miért árulta volna el éppen önnek? Mert elmeséltem neki, hogy mit tartok életem egyik céljának. A történelmi emlékek megmentését már pedig a három múmia is történelmi emlék. Kétségtelenül az. Davang pontosan tudta, hogy a múmiák nincsenek a megfelelő helyen. Persze gőzöm sincs róla, hogy mit tarthat annak. Lehet, hogy olyan helyen őrzik őket, ahol nincsenek biztonságban. A múmiák, hogy úgy mondjam, kényes holmik, és ha gondatlanul bánnak velük, könnyen megsemmisülhetnek. Davang egyet velem. Ezért gondolkodott el az ajánlatomon. A maga ajánlatán. Mit ajánlott neki? Emmer kerintön ivott néhány kortei viszkit. Azt ajánlottam, hogy én majd gondoskodom a múmiákról. Megfelelő helyre juttatom őket. Például hova? Kérdeztem. Lehetett némi a hangomban, mert felkapta a fejét, és mintha halvány árnyék suhant volna át az arcán. Tudom, mire gondol mondta, de nincs igaza nem foglalkozom műkincskereskedelemmel, egyetlen célom, hogy mentsem a veszélyeztetett emlékeket. Ha találtam egy ilyet, és meg tudom vásárolni, vagy ne adj Isten, ellopni, minden lelki furdalás nélkül megteszem. Aztán mindenféle ellenszolgáltatás nélkül egy nagy múzeumnak ajándékozom. Tegyen egy próbát. Hívja fel a Smithsonian önintézetet, és kérdezze meg, hogy Kerintön mi mindent ajándékozott már nekik. Azért a lopás mégsem szép dolog húzta el a számat. Kerintön megvonta a vállát. Ebben egyetértünk. De néha hasznos tud lenni. Főleg, ha ezzel az apró csínnyel értékes tárgyakat menthetünk meg. Gondoljon csak arra, hogy az iszlám állam milyen károkat okoz az Irak és Szíria területén található ősi, mezopotámiai emlékek között. Ha valaki ideje korán elvitte volna őket, legalábbis a mozgathatókat, most sértetlenül pihenhetnének valamelyik múzeumban. Természetesen tisztában vagyok vele, hogy nem lehet csak úgy egyszerűen kirabolni független országokat, de vannak olyan emlékek, amelyek harcmezőkön állnak, és a megsemmisülés veszélye fenyegeti őket. Ez a három múmia például senkié. Ha megszerzem őket, és megfelelő kezekbe kerülnek, Teszek valamit, ami nagyon is a kedvemre való. Próbáltam megérteni az érvelését, és ha voltak is bizonyos fenntartásaim, néhány pontban igazat adtam neki. Ebben a konkrét esetben pedig, ha megtalálnám a múmiákat, átadnám őket például a dalai lámának. Ő bizonyára tudná, mit kell tennie velük. Alig ha nem helyes döntést hozna, mondtam, bár nem vettem annyira komolyan a meséjét. Megtalálni három tűt egy szénakazalban, nem könnyű feladat. Sőt, lehetetlen. De hát végül is, mi közöm hozzá? Emer Lorenz, nekem meg kell találnom azt a három múmiát. Annyi kétségbeesést éreztem a hangjában, hogy biztos voltam benne, titkol előlem valamit. Ugyan miért? Nem elég az, amit elmondtam magának. Nekem elég. Sőt, túl sok is. Bocsásson meg, hogy megittam a legjobb viskájét, de... Üljön már vissza, az ördögbe is, hova siet. Nos jó, elmondom. Vannak olyan bandák, amelyek múmiákat keresnek, jobban mondva lopják őket. Néha még a múzeumokból is. Erről konkrét értesüléseim vannak. Mi az ördögért kellenének nekik? Hitetlenkedtem. Emmert Arringtonnak majd nem eleredtek a könnyei. Olyan szerencsétlenül nézett rám, hogy hirtelen nem is tudtam eldönteni, hogy nem ivott-e egy kicsit többet a viszkiből a kelleténél. Mert, meg akarják semmisíteni őket. Kik, és mi az ördögért? Hogy porrá törjék őket felelte Emmer Kerintön. A múmiapor por mindent gyógyít. Legalábbis ezt hiszik az ostobák, ahogy a középkorban még Európában is hitték. Ha nem mentjük meg, porrá törik őket. Davang szerint egész bandák kutatnak utánuk. Most már értettem mindent. Emmer kerintön azt akarja, hogy keressem meg őket. Maga is ott lehet, amikor átadom őket a lámának, mondta. Sőt, az egyiket személyesen nyújthatja át neki. Nem tudtam, sírja-e vagy nevessek. Sírnom talán azért kellett volna, mert lehetett egy morzsányi igazság az elbeszélésében. Talán valóban léteznek valahol a mumifikált szerzetesek, de hogy Duxnak, Drillbunak és Damárunak hívták őket, abban kételkedtem. Inkább egy helyi legendának véltem a történetüket, amelyben ott rejtőzhet az igazság magva. Arra gyanakodtam, sőt biztos voltam benne, hogy Davang átejtette Emmer Czarringtont hálával tartozott neki, s ezért, mivel nem volt semmije, amivel megajándékozhatta volna, megajándékozta egy legendával, és a ráépülő izgalmas történettel. Ha létezik is valahol a három múmia, bizonyára Tibetben van elrejtve. Az volt a bíbi dologban, hogy én is hálával tartoztam Emmer Czarringtonnak. Hálával a mennyei viskiért. Rendben van, mondtam ráütve karossékem karfájára, ami a béli szándékomat jelezte, hogy befejezetnek nyilvánítom a beszélgetést. Majd még elgondolkodom az ajánlatán. Az az igazság, hogy komoly kötelezettségeim vannak Nagy-Britanniában, vár vissza az egyetemem, még hozzá belátható időn belül. Éltem bólintott, és felállt. Nem láttam túlságosan elkeseredetnek, nyilván számolt a lehetőséggel, hogy nem állok majd kötélnek. De azért ígérjen meg nekem valamit. Igen. Hogy elgondolkodik a kérésemen. Ha meggondolná magát, megtalál. Hívjon fel, és még egyszer megbeszéljük a dolgot. És ne feledje, elég pénz áll a rendelkezésére. A sikerdiáról már nem is beszélve. Sóhajtottam és távoztam. Már odakint álltam a kocsira várva, amikor rádöbbentem, hogy óriási könnyelműséget követtem el. Ben hagytam a poharamban a viskáim maradékát. 14. a Rimpocse alaposan szemügyre vett a szemüvegén át. Csak ennyit akarsz megtudni tőlem? Kérdezte gúnyosan. Egyelőre. A Rimpocse pergetni kezdte a kezében az olvasóját. Tudtam, hogy mindenkor el szemhez érve elmond egy olyan manipad mehumot. De azért rám is figyel. Szóval, azt mondod, hogy a három szerzetes múmiájáról van szó. Duxról, Drillburról és Damárról. Érdekes, gyerekkoromban sokat hallottam róluk. Igazán. Hökkentem meg. Talán nem is szénakazal az a szénakazal. Hol hallottál róluk? Még odahaza. Tibetben. Tehát valóban léteznek. Azt beszélik, Rimpóce. Nem emlékszel véletlenül a kolostorok nevére, ahol állítólag őrizték őket. Sajnos nem rázta meg a fejét. Gondolod, hogy valóban önmagukat mumifikálták. Ki tudja, Rimbóce. Valaki azt mesélte nekem, hogy a felkelés után néhány szerzetes Nepálon keresztül áthozta őket Indiába. Te lehetségesnek tartod ezt. Miért ne? Vonta meg a vállát. Tudod, hogy Tibetben sok minden lehetséges, ami másút nem. Komolyan kérdeztem. Igen. Lehetségesnek tartom. Nincs valami ötleted, hogy ha keresném, hol kellene keresnem őket. Jigral Rinpoche annyira meglepődött, hogy még az olvasója pergetéséről is megfeledkezett. Miért akarnád megkeresni őket? Attól félek, hogy az idő vasfoga felfalja mindhármat. Az indiaiak szerint akármő határozza meg a sorsunkat. Ha akármő úgy akarja, hogy megsemmisüljenek, hát megsemmisülnek. Ha úgy akarja, hogy megmaradjanak, hát megmaradnak. Neked semmi dolgod velük. Láttam rajta, hogy legszívesebben a pokolba kívánna, amiért zavarom az imájában. Nincs valami ötleted, hogy kihez fordulhatnék felvilágosításért? Nincs, Rimpóce. Talán majd legközelebb. Ha eljössz hozzám. Bólintottam. Legközelebb. Ez is valami. De nem volt legközelebb. Tizenöt. A zsigrálimpocsinál tett látogatásom után hazamentem a szállodámba, majd besétáltam a földszinti étterembe. Ott aztán néhány apró meglepetéséért. Valamint egy nagy. Mondhatni óriási. Az apró meglepetések közé tartozott, hogy sikerült a szakáccsal megértetnem, szeretnék valami nem túl fűszereset ebédelni. Ez feltétlenül siker volt. Mármint, hogy a szakács meghallgatta a kérésemet. A sikert azonban bal siker követte, nem volt képes betartani az égéretét. Azt hozta felmentségéül, hogy az ebéd előre gyártott elemekből készül, s ezek az elemek már eleve úgy vannak elkészítve, hogy az indiai nagyközönség közönség igényének feleljenek meg, nem pedig holmi gyenge gyomru idegenekének. Az is meglepetés volt, hogy hosszas könyörgésre készítettek nekem egy csészényi himalájai teát. Az viszont sikertelenségnek nevezhető, hogy nem volt hozzájak vaj de hát hogyan is lett volna. Új tartózkodtam, távol a Himalájától, honnan lett volna a jakvajuk. Ezért aztán kénytelen voltam egyszerű tehén vajjal megelégedni. Sajnos ez meg nem volt évöz. Így váltakozott a szerencse a szerencsétlenséggel. Az igazán nagy baj azonban ekkor még egy újság mögött bújt meg. Ha tudtam volna, hogy mi következik, lehet, hogy hanyat homlok elmenekültem volna. Én azonban ekkor még gyanakodva szimatolgattam a teámat a himalája ízeit keresve benne. Persze, hogy nem találtam. Akkor elköhögte magát valaki. Sajátos köhögés volt, ezer közül is megismertem volna. Amint meghallottam, imára kulcsoltam a kezem. A velem szembeni asztalnál egy lepedőnyi újság olvastattam magát, s egy hosszú bajusz olvasta nagy érdeklődéssel. A hosszú bajusz valóban hosszú volt, mint a legvadabb bikák szarva, a vége valószínűtlenül hegyesre kipödörve. Ha nem ismertem volna a bajusz gazdáját, alig ha nem azt gondoltam volna, hogy maga Dali ül szemben velem az újságja mögé rejtőzve. Mozdulatlanná dermedtem. Abban reménykedtem, hát ha nem vesz észre. A következő néhány másodpercben szerte tefoszlott minden reményem, mint pokháló a viharban. Az újság lassan elhúzódott a bajusz gazdájának arca elől. A mindeddig láthatatlan tekintet gónyos mosolyjal szegeződött rám. A mosoly kiváló barátomé, Domingos de Carvalhoé, a pagoda tetők rettenthetetlen szerelmeséé volt, akinek számos rossz tulajdonsága a már említett festőénő is túltett, pedig neki aztán akadt belőlük bőven. Domingos de Carvalhoé, aki miatt majd nem örökre kitiltottak Nepálból. Miután kemény munkával sikerült összedöntenünk egy lámakolostort. 16. Ha a világ bármely más szegletében futottunk volna össze, alig ha okozott volna ekkora meglepetést és persze megrökönyödést, mint hogy ismét itt, a pagodák világának viszonylagos közelségében találkoztam vele. Jól látnak szemeim. Tettem fel a költői kérdést. Na mit gondol, maga balfácán? Kérdezett vissza udvariasan. Közben előre merett a bajusza, mint az öklelődzésre kész bikák szarva. Hogy kerül maga ide? Kérdeztem. Nem is kellett meglepetést színlelnem, váratlanul jött égverésként éltem meg a találkozásunkat. Maga hogy kerül ide? Kérdezte barátságos hangon. Annyira barátságos volt, hogy ha a közelben heverészett volna egy pitbull, rémülten kirohant volna az étteremből. Van itt egy kis dolgom, mondtam. Nekem is. Tudta, hogy itt lakom. Nem mondta. Nem hívták fel rám a figyelmét a recepción. Nem érdekelt, mondta. A sas nem kapkod szónyogok után idézte a híres latin közmondást. Nem hittem el, hogy véletlenül kerültünk össze. Ugyanabban a szállodában, ugyanabban az étteremben. Csak nem a Himalájába készül. Kérdeztem óvatosan. Domingos barátom megcsavargatta a bajusza végét. Nem készülök sehova, mondta. Főleg magával nem. De ha mégis készülnék valahova, akkor sem magát hívnám útitársnak. És ha készülnék, akkor ladakba készülnék. És nem magával, hanem egy, igazi tudóssal. Gondolom, nő nem ő az illető. Fenyegetőn villant meg a szeme. Ehhez meg mi köze magának. Semmi mondtam. Elfordultam tőle, és megpróbáltam egy kis citrommal lelket verni a teámba. Domingo a levegőbe bámult, mintha nem is hozzám beszélne. A legutolsó alkalommal komoly kellemetlenséget okozott nekem. Én. Magának kérdeztem, és én sem néztem rá. Nem emlékszik, hogy majdnem rám szakította a kolostor tetejét. Maga fűrészelte be a gerendákat, nem én. Szólnia kellett volna, hogy ne ott fűrészeljen be, mert a szerzetesek egyszer már befűrészelték, amikor azt a bizonyos Isten szobrot nem tudták másként beemelni az imaterembe, csak a tetőn keresztül. Tekintettel arra, hogy ez cirka a 19. században történt, nem voltam jelen a műveletnél. Meg kellett volna kérdeznie a szerzeteseket. Gyanítom, hogy ők sem lehettek jelen. Akkor is látnia kellett volna. A főgerenda eleve meg volt hajolva. Maga a szakértő, nem én. Én nem láthattam, mert vastag volt rajta a korom. És idő sem volt rá. Ha maga csak egy kicsit is megkapirgálta volna. Úgy döntöttem, abba hagyom a sehova sem vezető vitát. Majd nem nagyon ütött bennünket a leomló tető, s ez még nem lett volna akkora baj, csak hogy a szerzeteseket is maga alá temette a törmelék. Szerencsére nem történt haláleset, ennek ellenére a lámák, konkrétan az apát, kipenderített bennünket a kolostorból. Azóta csak egyetlen egyszer próbáltam meg bejutni közben új tetőt építettek a helyi mesterek, az apát azonban határozottan visszautasította a kérésemet. Pedig volt néhány ritka kézirat a könyvtárban, amelyeket szívesen megnéztem volna. Járt már azóta abban a kolostorban. Kérdeztem gúnyosan. Domingos sóhajtott egy nagyot. Megpróbáltam, mondta. Nem engedték be, mi? Kárörventem. Pedig alaposan elszúrták az új tetőt. Olyan ronda tetőt maga még nem látott. Felajánlottam, hogy lebontom, és építek helyette egy újat. És? Sajnos nem sikerült. Nem fogadták mézes lepényel, mi? Domingos megpödörgette a bajuszát. Remegett a hangja, ahogy válaszolt. Rám lőttek a szerzetesek. Hökkentem meg. A szerzeteseknek nem szabad embert ölniük. Felfogadtak egy vadászt. Később beszéltem vele. Azt mondta, azt a megbízatást kapta, hogy ha arra felé lát kóboroni egy hosszú bajuszú fickót, szó nélkül durrancsa fenéken. Erre aztán felkaptam a vizet. Minden okom meg is volt rá, nem igaz? Hm. Képzelje csak el, felajánlom nekik, hogy ingyen és bérmentve lebontom azt a nyomorult új tetőt, amelyet egy elfuserált építész bígyeztett az épületre, aztán felépítem az újat az én ízlésemnek és a hagyományoknak megfelelően, erre a helyett, hogy apróbb ajándékokkal fogadtak volna, rá muszítottak egy vadászt. Maga mit tett volna? Nem sértődött volna meg. És most mi a terve? Megpróbálja újra. Eresztettem el a fülem mellett a kérdését. Eszem ágában sincs, mondta. Az a helyzet, hogy csak járkálok majd ladakban. Csak járkál. Csak járkálok, bólintott. Láttam rajta, hogy nem mond igazat. Nem az a típus volt, aki átjárkálja az életét. Csak úgy. És maga. Én is csak járkálok, bólintottam. Úgy sejtettem, mondani akar valamit, valami fontosat, de még nem tudja, hogyan tegye. Mi a helyzet a kollégájával? Kérdeztem. Ő is csak járkál. Őt is a tetők érdeklik, mint magát. Ő szintén szólva, nem. A gerendák. Ő szintén szólva, azok sem. A gerendák csapolása. Zavartan pödörgette tovább a bajuszát. Hát, az sem. Akkor végül is mi érdekli? Nyelt egy nagyot, aztán csak kibögte. A múmiák. Azok érdeklik. 17. Éppen kortyoltam egyet a teámból annak ellenére, hogy tulajdonképpen ki kellett volna öntenem, a múmiák szó hallatán aztán félrenyeltem. Jó sokáig köhögtem, miközben arra gondoltam, hogy mi a fene ez az egész. Újabban egész india múmiákat keres. Domingos de Carvaló idegesen pislogott rám. Hé, meg ne fulladjon itt nekem. Két perc múlva rendben voltam. Tessék lássék, köszörülgettem még egy kicsit a torkomat, aztán ott folytattam a beszélgetést, ahol abba hagytuk. Szóval, csinos a kutatótársa. Nem a maga ízlése. Ezt meg honnan tudja. Mert ismerem magát. Gerdának kisé előre állnak a fogai. Az bizony baj, mondtam. Továbbá szeplős is. Az is baj. Közben persze arra gondoltam, hogy röviddel ezelőtt még én is az voltam. És szemüveges is voltam, és vörös hajú is. Jól értettem, hogy a múmiákat kedveli. Jól értette. Hogy jön össze a kettő. Mármint a maga érdeklődése a pagodatetők, és az övé a múmiák iránt. Ahogy kimondtam, furcsa gondolatok kezdtek feltünedezni a fejemben. Egyre inkább erősödött bennem a meggyőződés, hogy Domingos nem véletlenül találkozott velem. Nem bizony. Domingos pontosan tudta, hogy hol lakom, és itt várt rám az étteremben. Tehát akart tőlem valamit. A múmiák pedig. Him. Ki Kibízta meg magát, hogy múmiákat keressen a himalájában? kérdeztem gyorsan. Ő pedig, mielőtt meggondolhatta volna magát, már válaszolt is rá. Mr. Dermot! Ki az a Mr. Dermot? Domingos ekkor fölébredt. Megcsavargatta a bajusza végét, aztán rám fölmett semmi köze hozzá. Érti? Értem. Rövid hallgatás következett. Mr. Dermot a legnagyobb illatszer koncern elnöke. Nem hallott még a Dermot féle fokrémről és egyéb pipereszerekről. Nem mondtam, és ez így is volt. Gondolhattam volna. Szóval, Miss Gördö Palmer hívott fel. Miss Palmer muzeológus, és jelenleg Emmer Dermotnak dolgozik. Mr. Dermot a láma kultúra megszállodja. Építeni szándékozik egy buddhista templomot az Erietó partján. És hozzá egy kolostor múzeumot. Ennek lenne Gördő, azaz Miss Palmer a vezetője. És maga. Én építeném, mondta. Legalábbis a tető szerkezetét. Mindezt Mr. Dermot pénzén. Mr. Dermot milliárdos. Tehát ő küldte magukat ide. Hogy maga a tetőt, Miss Gördő pedig a nem létező múmiákat tanulmányozza. Domingó szidegesen rántotta meg a vállát. Honnan veszi, hogy nincsenek múmiák a ladaki kolostorokban? Mert nincsenek. A mumifikálás gyakorlata nem volt elterjedt a himalájában, inkább csak véletlenül mumifikálódhatott valaki. Emmerdermotnak biztos értesülései vannak. Miről? Kérdeztem. Hát, hogy egyes kolostorokban múmiákat rejtegetnek. Rejtegetnek. Elég sok kolostorban járt már maga velem, látott akár egyetlen egyet is. Attól még lehetnek. Különben is, mikor magával voltam, nem értem rá semmire sem figyelni, minden erőmmel megpróbáltam megakadályozni, hogy valami szörnyűséget kövessen el, például rám szakítsa a kolostor tetejét. Nem vettem alapot. Szóval, emmerdermotnak Dermotnak értesülései vannak. Milyen múmiákról van szó? Konkrétan három múmiáról mondta. Az az érdekes bennük, hogy saját maguk mumifikálták magukat. Elmondjam, hogy csinálták. Felesleges intettem le. Hallott talán már róluk. Hallottam, bólintottam. Én is őket keresem. 18. Tovább is kérdezősködött volna, de ebben a pillanatban feltűnt valaki a közelünkben. És nem csak feltűnt, hanem meg is állt az asztalunk mellett. Felpillantottam rá, és majdnem kihullott a csésze a kezemből. Egy igazi szépség állt mellettem villogó tekintettel. Kerek arca volt, enyhén barna bőre, zöld szeme és ennivaló ajkai. A első néhány foga valóban kíváncsian előrehajolt egy kicsit, mint Júlia az erkélyen, amikor Rómeó szövegét hallgatta. Ezzel együtt olyan vonzó volt, mint egy fél tonnás elektromágnes. Kérem, Domingos, mit jelentsen ez? A hangja lágy volt és kellemes, mint a karib tenger apró hullámainak simogatása. A szeme azonban barátságtalan, mint a himalájai téli eső. Domingos zavartan az üres székre mutatott. Foglaljon helyet, gördő. Miss Palmer helyet foglalt Domingos asztalánál. Ő ember Lorenz mutatott be neki kelletlen képpel Domingos. Az, akiről már beszéltem. Miss Palmer rám mereztette szeliden zöld szemét. Ez az ember, akiről annyi rosszat mesélt. Hát, nyöszörögte Domingos. Hőállát. Szóval ő az. Megbízhatatlan, magát túlságosan sokra tartó, hencegő alak, aki ráadásul meg van győződve róla, hogy futnak utána a nők, de aki a maga nyomába se érhet. Maga a példaképe is magát utánozza, bár sikertelenül. Ő az. Hát, szóval, bizonyos értelemben. Miss Palmer ismét rám vetette vasvilla szemeit. Sokáig óhajtanak még itt társalogni, Domingos. Kedves barátom, az agresszív, semmitől meg nem riadó dekárváló vállai közé húzta a fejét. Én már, akár mehetek is. Jöjjön. Úgy is van megbeszélni valónk, elég. Miss Palmer megfordult és köszönés nélkül távozott. Domingos utána nézett, aztán rám, végül csak morgott valamit, és ő is a lift felé vette az irányt. Felemeltem a teás csészémet. Aztán anélkül, hogy ittam volna belőle, visszatettem az asztalra. Még a tea is kihűlt Miss Palmer jeges tekintetétől. 19. Alig, hogy befejeztem a gombok nyomogatását, már fogadták is a hívásomat. A hangatól oldalon Tibeti ül szólt bele a telefonba. Ki keres? Blobzangrimbócse mondtam. Á, Blobzangrimbócse. Örvendezett a hang. Régen hallottam rólad. Én is rólad, Rimpócse mondtam. Hogy szolgál az egészséged? Szószó -szó mondta a hang. Csak meg vagyok. Lehet, hogy rövidesen látogatást teszek nálad, ha fogadsz. A szerzetes a túloldalon, mintha habozott volna. Egyedül vagy, Rimpócse. Kérdezte aztán. Ezt hogy érted? Úgy, hogy téged mindig szeretettel várlak, de azt a másikat, tudod, a hosszú bajuszút, azt kérlek, ne hozd magaddal. Ha megjelenne, a szerzeteseim szétfutnának a tíz világtáj irányába. Egyszer már majdnem a fejükre döntötte a kolostort, s azóta is meg vannak győződve róla, hogy az a domingusz, vagy hogy hívják, igazából nem is ember, hanem démon. Emberbőrbe bújt, így akarja tönkrevágni a kolostoromat. Az egyik szerzetesem szerint, amikor elment a démon fal mellett, Tangrin alófejű Isten felé rúgott. Ezt pedig csak akkor szokta megtenni, ha démon próbál belopakodni a kolostorba. Nem, ő nincs velem. Szeretnék valamit megkérdezni tőled, Rimpócse. Csak őt ne, Rimpócse, bármi mást. Szeretném tudni, hogy nem terjednek-e olyanféle hírek arra felé, hogy valaki keres valamit a kolostorok környékén. Mire gondolsz, Rimbóce? Mondjuk, valaki múmiákat keres. De hiszen erre felé nincsenek múmiák. Gyanús mozgás sem volt arra felé. Semmi. De várj csak. Az egyik szerzetesem mintha mesélt volna valamit egy zsákos emberről. Sajnos mostanában sok a dolgom, nem figyeltem igazán rá. Zsákos ember. Mi volt a zsákjában? Honnan tudjam, Rimbóce? De miért érdekel ez téged? Mert szeretem az izgalmas történeteket. Ismersz. Na persze. Szóval, a fickó valamelyik barlangban hagyta a zsákját. A szerzeteseim erre morgolódni kezdtek, hogy a fickót biztosan rossz szellemek szállták meg, és a zsák a betegségek zsákja. Természetesen tisztában voltam vele, hogy milyen zsák a betegségek zsákja. Tulajdonképpen nem is zsák, hanem börtön. Az Istennek abba dugják be a járványok démonait, hogy megóvják tőlük az embereket. De néha baleset történik. Az embereket óvő istenek elkóborolnak, és magára hagyják a zsákot, ami önmagában nem is olyan nagy baj, csak hogy a gazdátlanul magára hagyott zsákban szenvedő betegségdémonok sírnak rína jajgatnak, hogy szabadítsa ki őket valaki. És ha arra jön egy segítőkész pásztor, aki talán még nem is hallott a betegségek zsákjáról, Kioldja a zsák szájára kötött csomót, a démonok kiszabadulnak, és elkezdenek hullani az emberek a járványokban. Biztonság kedvéért azért megismételtem a kérdést, hogy haladakban járnék, meglátogathatnám e a rimpócse rövid habozás után beleegyezett. Csak éppen támasztott egy feltételt. Jobban mondva kettőt. Az egyik, hogy senkit nem vihetek magammal, a másik pedig, hogy nem próbálom megkeresni a szerzete zsákját ha benne vannak a démonok, maradjanak is csak benne, semmi szükség rá, hogy szétszéledjenek. Ő maga nem hiszi ugyan, hogy a világ összes járványos betegsége befér egy zsákba, de azért jobb nem provokálni az égi hatalmakat. Gondolj csak vissza, Rimpócse, arra az időre, amikor még nálam jártál emlékeztetett a közelmúltra Padma Rimpóce. Mindenki a macska démonról beszélt, de te nem hittél benne. Te sem mondtam. Mert hallgattam rád. Aztán mi lett a vége? Mekkora bajt csinált a démon. mi? Vannak dolgok, amiket nem szabad piszkálni. Érted, ugye, mire gondolok? Azért furta az oldalamat valami, ha már szóba került a macskadémon. Lenne még egy kérdésem, Rimpócse mondtam. Ha választanod kellene a macskadémon és Domingos, a nagy bajuszó Rimpócse között, melyiket választanád? Tad már Rimpócse egyetlen pillanatig sem habozott. Feltétlenül a macska démont, cse. Elköszöntem tőle és lenyomtam a telefonom kikapcsoló gombját. 20. Éppen a fürdőszobából jöttem ki, sikeresen elkergetve a kíváncsian mászkáló csótányokat az utamból, amikor megdöngette valaki az ajtót. Magamra kaptam a fürdőköpenyemet, és kinéztem a folyosóra. Domingo szállt odakint a bajuszát sodorgatva. Bejöhetek? Kérdezte Zordan. Csak jöjjön, mondtam hozzám mindig bejöhet. Remélem, nem zavartam meg az izé, a fenesem tudja, mikor ki van magánál. Magát ismerve, aztán csak legyintett egyet. Furcsa volt a hangja, mintha négy kézláb mászott volna fel a földszintről a harmadik emeletre. Ismertem már annyira, hogy rájöjjek, alig ha nem hajszál pottyanhatott a levesébe. Valami baj van. Kérdeztem. Domingos leült egy székre. Vagy inkább rároskadt. Láttam, hogy remek kezelába, sőt, még a bajusz a vége is. Úgy tűnt, nagyon feldúlhatta valami. Rám nézett, megpróbálta megcsavargatni a bajuszát, de valahogy nem akart sikerülni neki. Most már láttam, hogy valóban nagy a baj. Mi történt magával, Domingos? Honnan tudja, hogy történt valami velem? Kérdezte olyan támadó éllel, ahogy szokta. Mintha én lettem volna a hibás, bármi történt is vele. Onnan, ahogy kinéz mondtam. Miért? Hogy nézek ki? Arra feleljen inkább, mi történt magával. Végre sikerült elérnie a bajuszát. Most sem pödörgette meg, csupán megsimogatta. Ki akartak nyírni mondta aztán lesütött szemmel. Mintha szégyelte volna magát, amiért nem sikerült a merénylet. Hogyhogy, hogy, ki akarták nyírni? Kérdeztem meghökkenve. Ekkor kitört rajta a feszültség, és dúlva fúlva rám támadt. A fenébe is, meg tudná nekem magyarázni, hogy mi a francért kérdez maga folyton vissza, ha mondok magának valamit. Hogy lehet, hogy egy ember ennyire ne értsen a szóból? Ide jövök, mondok magának néhány szót, és maga mást sem tud, mint kérdéseket feltenni, hogy miért meg hogyan. Rohadtul unalmas dolog a maga kicseszett kérdéseire válaszolgatni. Nem feleltem semmit, a sarokban heverő hátizsákomhoz mentem, lehúztam a cipzárját, kivettem belőle egy viskályzüveget, és letettem elé az asztalra. Mondanom sem kell, hogy ez sem tetszett neki. Mindig az a rohadt viszki. Ha valami problémája van valakinek, mint például ebben az esetben nekem, maga azonnal a viskályével jön elő. Ez őrület. És ilyen fickóhoz kell fordulnom. Kivettem két bádog poharat a táskámból, majd mindegyikbe öntöttem egy kis lélekmelegítőt. Kér egy nyelettel. Kérdeztem. Épp most mondom, hogy maga. Felemeltem a poharamat és lekültem a tartalmát. Éppen a másikért nyúltam, de megelőzött. Gyorsan elkapta előlem. Ha már itt van, a fene egye meg, és ha már kitöltötte, megiszom. Meg is itő. Egyetlen hajtásra de még mindig remegő kézzel. Akkor hát, mi történt magával? Kérdeztem. Mondtam, hogy ki akartak nyírni. Hol? Kérdeztem. Az ebédlőben. Mi is hogy akarták kinyírni? Domingo a zsebébe nyúlt, majd letett elém valamit az asztalra. Ezzel? A valamire pillantottam hosszúkás műanyag hengernek tűnt, amelynek az egyik végét leszakította valami, a másik végén kereszt alakú vájat látszott. Mi az ördög ez? Hökkentem meg. Ezt kérdezem én is. Mi és hogyan került kapcsolatba vele? Domingos nyelt egy nagyot. Úgy, hogy lementem egy sörre az étterembe. Gondolkodni próbáltam. Mind gondolkodott. Ahhoz meg mi köze magának. Egyszerűen csak gondolkodtam, és akkor, egy pasas összeesett. Csak úgy. Pak. És már kész is volt. Úgy elöntötte a vér, mint a ganges a hulla árvíz ketárvíz idején. Most meg mit bámul úgy rám. Akkor az ajjal esett össze, hogy kénytelen voltam odafigyelni. Még az abroszt is lerántotta az asztalról és valami edényt vagy vízipipát, vagy mit tudom én, mit. Azt hittem, hogy berugott vagy szívrohamot kapott, vagy hasonló, de nem. Annak a pasasnak kiállt valami a nyakából. Egy ilyen izé, mint ez itt. Azt hittem, ki is van benne, de ez volt. Látta, kilőtte bele. Hogy a fenébe láttam volna. Hiszen majdnem a pasas mögött ültem. Éppen inni akartam, amikor szédurrant a kezemben a pohár. Rohadtul bosszantó tud lenni, ha az ember rendel egy pohár hideg sört ebben az eszeveszett melegben, megkapja, és éppen inni akar belőle, amikor egyszer csak szédurran a pohára a kezében. Márpedig az enyémben szédurrant. És én is csupa vér lettem, át kellett öltöznöm. Úgy érti, belelőttek. Na mit gondol? Vettem egy mély lélegzetet. Azt akarja mondani, hogy egy ilyen valamit lőttek a maga előtt ülő illetőnek a nyakába és az elájult tőle. Meghalt tőle, javított ki Domingos. Elvérzett a fickó. Biztos ez. Csak meg tudok különböztetni egy élőt egy halottól. Ez szerint kétszer lőttek. Na végre, hogy rájött. Már elszoktam tőle, hogy ha magának mondok valamit, azt legkevesebb még egyszer meg kell ismételnem. Hirtelen megjelent előttem az étterem képe. Domingo szül egy asztalnál, az előtte lévő asztalnál is ülnek, valaki pedig a bejárat irányából rájuk lő. A kérdése az, hogy kinek szánták a lövedéket. Ekkor eszméltem csak rá, hogy miért ilyet meg annyira dekárvaló. Rádöbbent, hogy a lövedéket alig ha nem neki szánhatták. Egyszerűen az történt, hogy megpróbálták lepuffantani, csak hogy éppen felemelkedett valaki az előtte lévő asztalnál, így a kilőtt lövedék útjába került. Az ismételt lövés viszont már a kezében tartott sörös poharat találta telibe. Nem hallott valami furcsa hangot. Kérdeztem. Hogy ne hallottam volna. Mindenki visított és ordítozott. Arra gondolok, hogy lövés hangját hallotta-e. Nem. Az ajtó nyitva volt, az utcán pedig fülsiketítő az aj. Ez igaz lehetett. Egy utca újdelhiben sosem csendes. Egy lövés hangja pedig úgy beleolvad az általános zajba, mint a kukac a sajtos lepénybe. Fény hatást sem észlelt. Mi az ördögről beszél maga? Nem látott valamilyen felvillanást? Nem én. Mit kellett volna látnom? Nap felkeltét. Az asztalon heverő lövedékre néztem. Őszintén szólva még sosem láttam ilyet, még csak hasonlót sem. Domingosnak még mindig halott fehér volt a képe. Öntöttem neki még egy pohár viszkit. Gondolja, hogy engem akartak kinyírni. Mit felelhettem volna erre? Legalább 50% volt a valószínűsége, hogy igen. Most mi van odalent? Kérdeztem. Hát, ha jól sejtem, megérkezett a rendőrség. Nem kellene visszavinnünk ezt az izét, és beszélni a zsarukkal. Meg ne próbálja állítottam le. Ha kapcsolatba hozzák a lövéssel, jó ideig nem hagyhatja el a várost. Maga viszont, ha jól sejtem, múmiákat akar keresni. Azok pedig alig ha új delhiben vannak. Anélkül, hogy hozzáértem volna, alaposan megnézegettem a lövedéket. Egy kis tartály volt az egész, amely hegyes csúcsban végződött. Az úszókat leszámítva egy apró kardharra hasonlított. Akármi is volt eredetileg a tartályban, már nem volt benne. Mi lehetett ebben az izében? Kezdett érdeklődni a lövedék iránt Domingos. Méreg, mondtam szándékosan mogorván. Jézusom! Engem akkor nem fejezte be. Nem volt ereje hozzá. Figyeljen rám, mondtam. Hogy került maga kapcsolatba Emmer Dermottal? Hogy hogyan kerültem vele kapcsolatba? Hát Miss Palmer, Révén. Ki csoda is ez a Miss Palmer? Hát, Mr. Dermott szakértője. És miben szakért neki? Nehogy nekem megint a piszkos fantáziájával jöjjön elő. Miss Palmer, nagyon tisztességes nő. Nem is mondtam mást. De gondolt. Ismerem én magát. Ő keresett fel, és elmesélte, hogy Mr. Dermot mit akar építeni az Erietó partján. Hallott a három szerzetesről, és mindenáron meg szeretné szerezni őket. Ők lennének a fénypontjai a templomának. Honnan tudott Mr. Dermot egyáltalán a létezésükről? Emigráns lámák meséltek neki róluk. Van jó néhány belőlük Kanadában és az államokban is. Ezért, megbízta Miss Palmert, hogy segítsen megkeresni neki a múmiákat. Miss Palmer korábban is ismerte magát. Domingos kidüllesztette a mellét. Engem, sokan ismernek. Az elmúlt évben legalább 15 helyen tartottam előadást a Himalájában megélt kalandjaimról. És a felfedezésekről, amiket ott tettem. Remélem, engem kihagyott a hazugságaiból. Hazugság. Ezt kikérem magamnak. Én mindig az igazat mondom. Ott van például a macska Ki űzte ki a kolostorból? Én. A mennyezetre néztem. Még nem kezdett el potyogni róla a vakolat. Aztán ott volt még a, szóval, több alkalommal is rendbe hoztam, amit maga elrontott. És ahogy azt a kolostort összedöntötte. Te jó Isten! Még mindig borsódzik a hátam. A maga erkölcseiről nem is beszélve. Virágnyelven kellett beszélnem a dolgairól, mert nem akartam, hogy a jól nevelt hallgatónők elájuljanak. Áj! Kiáltottam rá. Szóval Mr. Dermot figyelmét Miss Palmer hívta fel önre. Én magam hívtam fel magamra a figyelmet. Nem kell nekem senki ahhoz, hogy felismerjék a bennem rejtőző értékeket. Csak hogy én magával ellentétben rohadtul szerény vagyok. Ebben a pillanatban megdöngették odakint az ajtót. Csendre intettem Domingost. Nem is kellett volna, mert abban a pillanatban, ahogy felhangzott a döngetés, már be is fogta a száját. Ki az? Kérdeztem felemelkedve a székemről. Nagyon meglepet volna, ha valaki azt válaszolja, hogy a Mikulás. Rendőrség. Mondta egy határozott hang. Ezen viszont már nem lepődtem meg. 21. A rendőr tiszt magas, pocakos férfi volt, turbánt és megnyerő mosolyt viselt. Na és az elmaradhatatlan bajuszt. Mögötte két ugyancsak turbános, ám nem mosolygó férfi állt, jókora fabottal a kezükben. Kabillel vagyok mutatkozott be a férfi. Kezében fényes plaketféle csillogott. A rendőrség bűnügyi osztályáról. Észrevettem, hogy a pillantása egyenesen Domingosra irányul. Ebből arra következtettem, hogy valaki már személy leírást adhatott róla. Kabir lel összeráncolta a homlokát. Hogy is hívják önt, száhib? Domingos de Carvaló vagyok dünlesztette ki a mellé Domingos. Him, ha jól gondolom, ön portugál, igaz. Mi más lehetnék? Morogta Domingos. Nos, Domingos száhib. Azzal kell kezdenem, hogy ön, nemrég lent ült az étteremben, igaz? Domingos tanácsot kérve rám nézett, majd amikor biccentettem egyet, ő is bólintott. Igaz. Megkérdezhetem, hogy mit csinált ott. Mit csinál az ember egy étteremben? Én például ittam egy pohár sört. Domingos hangja ideges és visszautasító volt, és ez nagyon nem tetszett nekem. Nem bölcs dolog keménykedni a zsarukkal. Amikor ismét rám nézett, már nem mertem viccenteni, csak behunytam a szemem. Reméltem, hogy megérti, nyugalmat kérek tőle. Tapasztalt ott valami rendkívülit. itt. habozott. Nekem azt mondta, hogy igen vetettem közbe magam. A zsaru rám mosolygott. Őt kérdeztem. Igen bólintott Domingóz. Kaptam egy sört, és valaki rám lőtt. Igazán. Vakarta meg az oldalát a zsaru. Mivel lőttek magára? Ezzel mutatott Domingos az asztalra, amelyen ott hevert a furcsa lövedék. Hol találta? Az étteremben. Az asztalomon. Ide adná, kérem. A zsaru zsebkendőbe csomagolta a lövedéket, és bedugta a zsebébe. Tudja, mi ez? Méreg kapszula. Sápadozott Domingos. Festékpatron nyugtatta meg Kabillel. De a méreg is ugyanilyen. Magát csupán be akarták festeni pirosra. Te jó ég. Hitetlenkedett Domingos. Én meg már azt hittem, meg akarnak ölni. Mi lett azzal, akit végül is eltaláltak? És egyáltalán mi a szar ez az egész? Remélem, nem halt meg az a szerencsétlen. De bizony meghalt, bólintott szomorúan Kabirlel. Szívroham? Annyira megrémült, hogy megállt a Akár, Akárhogy is nézzük, gyilkosság történt. Az lenne a kérdésem, Emmer Dekánáló, hogy miért nem várta meg odalent a rendőrséget, miért hagyta el a helyszínt, és miért itt találom magát a saját szobája helyett. Mert, megijedtem vallotta be Domingósz. Úgy éreztem, hogy menekülnöm kell. Nem is értem. Természetes reakció bólintott Kabirlel. Ilyen esetben elfogja az embert a pánik. Csak menekülni, csak elinnét. Mielőtt én is meghalnék. Pontosan ezt éreztem bólintott Domingos. Ezért hozta magával a patront is. Én csak felkaptam, és elhoztam. Természetes reakció. Van valami fogalma róla, hogy miért lőttek rá önre. Gőzöm sincs róla, mondta Domingos meg csóválgatva a fejét. Amint értesültem róla, ön, de Carvalho száhib, nem egyedül érkezett új delhibe. A kolléganőmmel, Miss Palmerrel együtt, mondta Domingos. Ő most éppen hol tartózkodik. Talán a szobájában. És ön, Lorenz száhib. Véletlenül futottunk össze itt, a szállodában mondtam. Értem. Ön ellen nem kíséreltek meg merényletet. Még nem. Remélem, nem is fognak. És a kisasszony. Miss Palmer. Ő ellenesen mondta határozottan Domingos. Higgye el, száhib, nem tudjuk, mi történt valaki bizonyára összetévesztett valakivel. Ha nem így lenne mondjuk, szándékosan vadásznának rám, nem csak én kerültem volna a célkeresztbe, hanem Miss Palmer is. Ő pedig. Ebben a pillanatban sikotás hangzott fel a folyosó végén. A nyitott ajtón át jól láttam, hogy nyüzsgés támad odakint, emberek futkosnak a puha szőnyegen, majd valaki bezuhant a szobába. Egy férfi lógott a hátán, egyik kezével a megtámadott nyakát fogta, a másikkal pedig a fabotját markolta. A botón nem lepődtem meg Indiában a rendőrök fegyvere gyakran a fabot. Azt ugyanis nem érdemes elvenni tőlük. A dulakodók egyike Miss Palmer volt. Bár első és mindeddig utolsó találkozásunkor gyenge virágszálnak néztem, ezúttal be kellett látnom, hogy virágszálnak talán valóban az, a gyenge jelzőt viszont vele kapcsolatban nyomban el is felejthetem. A nyakát markoló rendőr úgy leröppent róla, mint hülye Billy a A fabot felemelkedett a levegőbe, majd Domingos homlokán csattant. Domingos hátra és kabírlalnak csapódott. A következő pillanatban már kicsi a rakást játszottunk a szőnyegen. Odalent aztán mindenki oda kapott, ahova a centrifugális erő csak engedte. Az én kezembe is belecsúszott valami gömbölyű először azt hittem, hogy Domingóz feje, aztán mivel eléggé gyanúsnak éreztem a dolgot, nyomban el is eresztettem. Hirtelen oroszlán üvöltés reszkettette meg a falakat. Állj! Mindenki felállni! Kabir lelállt felettünk Stuckerral a kezében. Fogalmam sem volt róla, hogyan sikerült kikecmeregnie az ember gombolyakból. Mi, többiek is feltápászkodtunk. Ekkor döbbentem csak rá, hogy az, amit Domingos fejének néztem, egyáltalán nem volt az. Miss Palmer rövidnadrágos, hogy is mondjam csak. Miss Palmer is feltápászkodott, aztán megpróbált felöltözni. Nem ment könnyen. Rövidnadrágjának csak a romjai maradtak rajta. A többi apró darabokban hevert a szőnyegen, mintha egy oroszlán tépte volna szét. Mi történt önnel, nem száhi Palmer? Lihegett Kabillel. Valami barom lerángatta rólam a nadrágomat panaszkodott Miss Palmer. Én még az ez előtti, hm, eseményekre gondolok. Valaki meg akart ölni. Rám lőttek, száhib. Magára is. Mi a fenével? Hökkent meg Kabillel. És főleg, hol? Egy izével mondta Miss Palmer. Kabillel megsimogatta a bajuszát. Talán ha a memszáhib konkrétan is meghatározná. Sosem láttam még olyat, mondta a lány. Lehet, hogy nem is golyó. Kabil kihúzta a zsebéből a domingosnak szánt lövedéket. Ilyen volt. Úristen! Pont ilyen. És, most hol van? Valószínűleg a fürdőszobámban. Ott lőttek rám ugyanis. Elmondaná, hogy történt. Nagyon egyszerű. MR. Kabil el, nem száhib. Szóval, emmer Kabirlel, éppen a tükör előtt álltam, amikor egyszer csak elment előlem a tükör. Elment. Hökkent meg Kabirlel. Hova ment? Darabokra törött. És csak az az izé, maradt ott a falban. Belefúródott. Jöjjön és nézze meg. Hirtelen a saját lábára siklott a tekintete. A fenébe is, azt hiszem, fel kellene öltöznöm. Azt bizony jól tenné, bólintott Kabirlel, akinek még mindig nem tudtuk a rangját. Én most átmegyek a szobámba, és öt perc múlva jöjjenek utánam. Azt már nem tiltakozott Kabirlel. Együtt megyünk. Mármint maga és én. Az ágyamra pislogott, amelyen szépen összehajtogatva ott hevert egy vékony takaró. Nem terítené ezt magára? Miss Palmer bólintott, és magára terítette a takarómat. Akár mehetünk is. Elindult a kiárad felé. Kabir lelkövette. Én is indultam volna, és Domingos is, de az egyik rendőr megállított bennünket a fabotjával. Maguk itt maradnak bököt ránk, lel. Itt hagyok egy rendőrt, ő majd vigyáz magukra. Oké. Mit felelhettem volna erre? Különben sem mevett a fene, hogy egy törött tükröt és egy furcsa lövedéket lássak. Inkább Domingossal próbáltam szót érteni. 22. Úgy gondoltam, hogy megpróbálok a lelkére beszélni. Nem mintha sokat vártam volna tőle. Ismertem jól a barátomat, ha egyszer a fejébe vett valamit, attól semmi sem tántoríthatta el. Nála makacsabb élőlény talán csak az összvér lehetett, bár néha olyan érzésem volt, hogy még azokkal is könnyebb szót érteni. Ahogy ott ült velem szemben a székén, bajusz a végét csavargatva, reménytelennek láttam a helyzetet. Ám mivel a barátom volt, Mégis meg kellett próbálkoznom a lehetetlennel. Szóval, fejébe vette, hogy megtalálja a három múmiát. Kérdeztem. Dómingósz csodálkozva nézett rám. Persze, hogy megtalálom, mondta. Miért? Maga kételkedett benne. Nem lett volna szabad elfogadnia a megbízatást, mondtam. Erre még tovább nőtt a csodálkozása. Aztán miért nem? Mert nem fogja megtalálni őket. Ezt meghonnan veszi? Onnan hogy én fogom megtalálni. Ne is haragudjon meg rám, de ezen röhögnöm kell. Én nem lennék ilyen jó kedvű a maga helyében. Legközelebb már nem festéket lőnek magára. Azt mondja. Én meg azt mondom, még mindig veszélytelenebb helyzetben voltam, mint amikor magával laktam egy-egy kolostorban. Ha látta volna a rettegést a szerzetesek szemében. Biztos benne, hogy tőlem rettegtek. Persze, hogy az vagyok. Kitől rettegtek volna? Talán tőlem. Na, ez aztán már túl megy minden határon. Mit gondol, miért fordult Mr. Dermot hozzám? Mert hallott már rólam. És valószínűleg magáról is hallott. Ez a helyzet Miss Palmerrel is. Érti, mire akarok kiukadni? Nem. Arra, hogy ismerték magát, és engem is ismertek. Persze csak közvetetten. Olvasták pár írásomat, és valószínűleg az önét is, bár ez utóbbi csak felesleges időtöltés. Aztán összevetették a kettőt, és bennünket is. Önt és engem. Összevetettek bennünket, hogy melyikünknek lenne nagyobb esélye megtalálni a szerzetes múmiákat. És mit gondol, kit hoztak ki győztesnek? Engem, barátocskám, engem. Maga az utolsó helyen végzett a versenyben. Ha nem így lett volna, magát választották volna. De nem magát választották. Bennem jobban bíznak, mint magában, és ezt jól is teszik. És hogy óhajt neki látni a keresésnek. Megvannak a módszereim, mondta. Jelentős tapasztalatom van. Úgy egyébként pedig nem hagyom kifaggatni magam. Magát csak a hiúsága hagyja, Domingos próbáltam meg a lelkére beszélni. Nem tudja, mit vállalt. Fel a hegyek közé, ahol nem vagyok maga mellett. Ez volt életem legfőbb vágya, mondta. Hogy egyszer maga nélkül lehessek odafent. Végre kifejthetem a képességeimet anélkül, hogy maga naponta keresztbe tenni előttem a lábát. Maga nem tud mást, csak gáncsoskodni. Mást sem csinál, mint hogy a fülembe duruzol. Ez is életveszélyes, meg az is életveszélyes. Van nekem elég eszem és tapasztalatom, hogy elkerüljem az életveszélyt, és megmutassam. Elhallgatott, mivel annyira begerjedt, hogy egyre szaporábban kellett kapkodnia a levegőt. Mi akar megmutatni végül is? Hogy, maga előtt állok a rangsorban. Azt már meg sem kérdeztem, hogy vajon milyen rangsorra gondol. Úgy látszott, kitört belőle mindaz a sértettség, ami évek alatt felgyűlt benne. Végre meg akarta mutatni, hogy van ő is olyan legény a Himalájában, mint én. Az ilyen megmutatásokból lesznek aztán a jégbe fagyott halottak. 23. Mivel Kabirlel még mindig nem volt sehol, tovább folytattam a győzködését. Teszek önnek egy ajánlatot, mondtam. No Csavargatta meg a bajuszát. És mi lenne az? Csatlakozzon hozzám, mondtam. Én is ugyanazt akarom megtalálni, mint maga. Ha ha ha. Ha megtaláltam, osztozhat a dicsőségen. Én. Magával osztozni. Az hiszem, kisé elhajította a szájkot, barátocskám. Maga nem osztozni akar velem, maga az utánfutóm szeretne lenni. Belém kapaszkodik abban a reményben, hogy majd ha vége lesz a kalandnak, és én teljesítettem a Emmer Dermotnak tett ígéretemet, maga előbukkan a hátam mögül, és felcsipegeti a morzsákat. Miért? Sajnálja talán tőlem. A morzsákat nem sajnálnám, ennyivel talán megörvendeztethetném magát, csak hogy ismerem jól a mohó természetét. Mire észhez kapnék, a morzsák már hegyekké tornyosulnának, magává a himalájává, és azt venném észre, hogy magának tulajdonítja az én sikereimet. Átlátok én a szitán. De hát, Domingos. Ön építész, nem a láma kultúra kutatója, mint én. Mit számít az? Kiáltott rám. És ha építész vagyok. Sztár építész. Amibe belekezdek, azt be is fejezem, akárki is az ellenfelem. Szívesen megkérdeztem volna tőle, hogy áll-e ez a nemrég összeomlott kolostorra is, de visszafogtam magam. Így is elég kellemetlen volt a helyzet, nem akartam még kellemetlenebbé tenni. Valami megnyugtatót akartam mondani neki, de ebben a pillanatban nagyot koppant valami az ajtónál. A hátrahagyott rendőr kiejtette a kezéből a fabotját. Két szőnyek közé esett, ahol nem takarta semmi a parkettet. Vártam, hogy felvegye, de a rendőr nem vette fel. Mintha nem érdekelte volna, hogy mi lesz a bottal. És hogy mennyire nem érdekelte, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy maga is lecsüccsent a szőnyek szélére, a falnak vetette a hátát, de nem nyúlt a bottya után. Domingos is rámeresztette a szemét megpödörgette a bajuszát, majd tanácstalanul pislogott rám. Ez meg, mi a franc? Nyögte. Ide jött aludni. A rendőr azonban nem aludni jött hozzám. Erről nyitott szeme is tanúskodott. Nyitott szemmel csupán a nyulak alszanak, bár még nem volt időm megbizonyosodni a hiedelem igazságáról. Hé! Szólt rá Domingos. Mi a fene történt magával? A rendőr nem válaszolt. És a botját sem vette fel. Egyetlen ugrással mellette termettem. Megfogtam a karját és megpróbáltam felállítani. Mintha embernagyságú rongybabával próbálkoztam volna. Felemeltem, de amint elengedtem, azonnal visszacsütcsent a falhoz. Ekkor pillantottam meg a valamit, ami kiállt a nyakából. Az a furcsa lövedék volt, ami ennel előbb Domingost, majd Miss Palmert vették célba. Domingó szazsarú mellé térdelt, és keresztet vetett. Ekkor bukkant fel a folyosón Kabir felügyelő. 24. Mondanom sem kell, hogy fél órán belül ellepték a hotelt a zsaruk. Legalább ötvenen cikáztak ide-oda, néhányan fabotot szorongattak a kezükben, néhányan gumibotot, néhányuk pisztolyt, néhányuk pedig semmit. Megpróbáltam megtudni tőlük, ki a legfőbb főnökük, de kudarccal végződött a próbálkozásom. Senki nem válaszolt a kérdéseimre. Majd egy óra telt el, mire visszatért hozzánk Kabir lelfelügyelő bár egyáltalán nem biztos, hogy felügyelő volt. Megparancsolta, hogy jöjjünk az ágyra, és nem odszanjunk, amíg értünk nem jön. Ekkor már túl voltunk két motozáson. A motozók mindkét esetben csalódottan vették tudomásul, hogy nincs nálunk semmi, ami gyanúra adhatna okot. A harmadik csoport aztán megtalálta a párnám alatt a 38-as Smith Veszont. Olyan kiáltozást támadt tőle, hogy még a falak is repedezni kezdtek. Ekkor már nem az ágyon ültem, hanem a falnál álltam. Domingos sem kerülhette el a sorsát, ő a másik falnál egyengedte a téglákat. Ezt is magának köszönhetem morogta. Én hívtam fel a szobámba. A fenébe is, még fel sem fogtam, hogy két ember is meghalt az orrom előtt. Mit jelentsen az a stukker a párnája alatt? Mielőtt elmagyarázhattam volna, Kabillel visszajött és fejcsóválva nézett rám. Ezt megszívta, mondta. Rohadtul megszívta. Őszintén szólva sajnálom magát. Miért nem vallotta be, hogy fegyvert rejteget a párnája alatt? Kinek vallottam volna be? Azt sem hajlandó kell árulni, hogy ki itt a főnök. Vegye úgy, hogy én vagyok. Vannak hozzá tartozói Angliában. Ha vannak, akkor írja meg nekik, hogy egy-két évtizedre el kell búcsúzniuk magától. Van valami kívánsága. Van, mondtam. Hívja fel nekem Bagvaros száhibot. Kabir Lel meghökkenve nézett rám. Az államtitkárt. Mi a fene köze van magának Bagvaros száhibhoz? Hívja fel, azután majd elárulom. Kabi Lel kivágtatott a szobából. Fél órát álltunk némán a falnál, nem volt kedvünk beszélgetni. Domingo szabajuszát pödörgette, jó magam a fejem törtem a halott már nem volt a helyén, egy csapat fabotos aru kivitte a folyosóra. Amikor Kabir Lel visszatért, már egészen másféle kifejezés ült az arcán. Azt azért nem mondanám, hogy baráti, de már közel sem annyira ellenséges. Köhintett néhányat, majd átnyújtotta a 38 -ast. Tegye el, Lorenz száhib. Láttam, hogy mondani akar még valamit, de aztán mégsem mondta. Sóhajtott, leült egy székre, és rám nézett. Megkérdezhetem, hogy mi történt idebent. Részletesen elmeséltem neki a történteket. Kabi lel szeme a szőnyeget fürkészte, mintha keresne valamit. Pedig nem volt rajta semmi, csupán a parkettán látszottak krétanyomok, amelyeket a helyszínelők hagytak rajta. Nem vették észre, honnan jött a lövés. Kérdezte. Csak a folyosóról jöhetett vontam meg a vállam. A harmadik emeleten vagyunk. Különben is, az ablakon át el sem találták volna. Na igen, sóhajtottak a billel. Na igen. Csak hogy mi nem láttunk senkit a folyosón, illetve csak egy buddhista papot, amint a lift felé igyekezett. Nos, hát foglaljuk csak össze a tényeket. Valaki ezzel a fura lövedékkel meg akarta fenyegetni dekárnáló száhibot az étteremben. Van valami elképzelése, hogy miért ezzel próbálkozott. Mert nem akarta megölni, mondtam de Kárváló száhib tud valami észszerű okot mondani, hogy miért akarhatták megfenyegetni önt. Domingos összezárta az ajkát és hallgatott. Aztán lassan, bizonytalanul nem etintett. Kabil el nem látszott észrevenni a bizonytalankodását. Aztán nem száhib pál, mert következett mondta rövid várakozás után. Valószínűleg őt is meg akarták fenyegetni. Vagy megfélemlíteni szóltam közbe. De miért? Ezt nem tudhatom ráztam meg a fejem nem én vagyok a barátja, hanem Dekárváló száhib. Dekárváló száhib. Fogalmam sincs róla, mondta komor képpel Domingos. Vajon miért mérgezték meg a rendőrömet? Az ő kapszulájában bezzeg méreg volt. Elgondolkodva néztem Kabirlalra. Ő visszarám. Ekkor hirtelen megértettem mindent. Kabir-lel egyáltalán nem volt ostoba ember, és pontosan arra gondolt, amire jó magam. Rálőttek ugyan Domingosra, de nem találták el. Jobban mondva nem akarták eltalálni. Valaki mást lőttek meg helyette. Ez akár üzenetnek is felfogható. Mintha fehér papírra írták volna, tudjuk, ki vagy, tudjuk, mit akarsz, bármikor lelőhetünk, mint azt a fickót, aki az előtted lévő asztalnál ül. És hogy ne kételkedj célzó képességünkben, kilőjük a poharat a kezedből. Ezért azt követeljük tőled, hogy itt véget is ért a képzeletbeli levél. Csak sejtettem, hogy mi következne ezután. Aztán Miss Palmer is megkapta a maga figyelmeztetését. A partneredet már figyelmeztettük, és figyelmeztetünk téged is. Bármikor megölhetünk. Ez a figyelmeztetés azt jelenti, hogy próbáld meg lebeszélni valamiről, mert mindketten meghaltok. És a második halott. A harmadik figyelmeztetés. Ez már nekem szólt. Tudjuk, Lorenz, hogy te is keresel valamit, te is a három szerzetes múmiáját keresed, így téged is figyelmeztetünk. Kezünkben van az életed, ha nem fordulsz vissza arról az útról, amelyen elindultál, úgy jársz, mint a zsaru. Arra gondoltam, hogy meg kellene szívlelnem a figyelmeztetést. De mégsem szívleltem meg. 25. Délután Domingos ismét bejött hozzám. Zavart volt a tekintete, mintha alaposan felöntött volna a garatra. De nem ez történt. Csupán a lezajlott események ütötték ki. Olyannyira, hogy jó szerével nem is volt magánál. Beszélni akarok magával, kezdte parancsoló hangon. Ezt már megszoktam, nem rázott meg különösebben. Utoljára tárgyalok magával. Folytatta. Csak nem utazik vissza Portugáliába. Sajnálkoztam. Úgy értem, hogy ebben az életben utoljára. Elegem van magából. Sajnos tudom, hogy valaha a barátom volt. De most ennek vége. Maga halálosan megsértett engem, lebecsült, kinevetett. Én egyáltalán nem emlékszem rá, hogy ilyet tettem volna. Hallgasson! Torkolt le. Régi barátságunkra való tekintettel arra kérem, hogy mostantól kezdve legyünk idegenek egymás számára. Én nem köszönök magának, maga se köszönjön nekem. Értve? Értve bólintottam. Még a nevemet is törölje ki az emlékezetéből. Nem lesz nehéz, mondtam. Nem tud megsérteni, húzta el gónyosan a száját. Az én magasságomban nem ér fel a mocskolódása. Azon kívül más bajom is van magával. Kivele. Biztattam. Miss Palmerről van szó. Megtiltom, hogy közeledjék hozzá. Felesleges legyintettem. Miss Palmer nem az esetem. Akár az esete, akár nem, megtiltom, hogy szóba álljon vele. Miért, kicsodálja magának Miss Palmer? Jó ismerősöm, illetve a tanítványom. Mintha azt állította volna, hogy muzeológus. Mióta tanít maga muzeológusokat? Beszéltem neki többször is a nepáli építészetről. Ebben az értelemben. Nyugodjék megvágtam vágtam közben nem fogom Miss Palmer zaklatni. Oda lépett hozzám, és az orrom alá dugta az öklét. Ha megpróbálkozna nála bármivel is, megismerkedik az öklömmel. Mivel teljesen be volt gurulva, jobbnak láttam hátrébb lépni előle. Volt elég bajom a nélkül is, hogy verekedni kezdjek vele. Különben is mondtam, hogy elvegyem a kedvét a további provokációktól, említettem, hogy Miss Palmer nem az esetem. Pedig az lehetne mondta. Miss Palmer igazán, hm, vonzó jelenség. Felde az orra bigyeztettem le az ajkam. Pedig ez nem is volt igaz. Annyira meglepődött, hogy leeresztette az öklét és eltátotta a száját. Micsoda? Ahogy mondom. Rendes kis orsövény ferdülése van. Domingos becsukta a száját. Tényleg? Nem vette még észre. Ráadásul szőrös a füle. Domingos a falnak dőlt, mintha nem bírnák el a lábai. Ez, ez, Egyszerűen. Nézzen csak bele javasoltam. Olyan hosszú szőrszálak nőnek benne, mint a, mint a, úgy tettem, mintha a szavakat keresgélném. Jól van, felesleges részleteznie fakat kidülyösen. Ha szőrös, akkor szőrös. Azért még nagyon rendes nő. És csípőfika ma is van. Ezt sem vette még észre. Hát, még. Nézze csak meg alaposan. Olyan a kilengése, mint egy felhőkacolónak hurrikán idején ez sem tűnt fel még magának. Javaslom, hogy mossa ki rendesen a szemét. Domingos kissé megtörtént tolta el magát a faltól. Azért csak megtiltom, hogy ej! Megrázta a fejét és kirobogott az ajtón. Abban bíztam, hogy nem árulja el a rágalmaimat Miss Palmernek. 26. Több előnye is van annak, ha a kolostorok egyikében másikában működnek a mobiltelefonok. Admaláma ezért is tudott például felhívni. Előbb csak szaggatottan hallottam a hangját, mintha egy rossz indulatú isten kilopta volna a mondataiból a magánhangzókat, aztán hirtelen kitisztult a beszéde, a magánhangzók visszatértek, én pedig ettől kezdve olyan jól hallottam, mintha a szomszéd szobában ücsörgött volna. Globzangrimbóce. Kérdezte, ki tudja, Hányadszor? Én vagyok, mondtam. Itt meg Láma. Már azt hittem, nem tudok veled beszélni. Valami zavar lehet a vonalban. Szó, ami szó, elég rossz erre felé a idő. Itt meg jó meleg van, mondtam. Vártam, hogy előrukkoljon a kérésével. Különben miért hívott volna fel? Hallottam valamit, Rimpó mondta. Gondoltam, szólok neked róla. Ettől kissé meghökkentem tehát nem kérni akart tőlem, hanem felhívni valamire a figyelmemet. Emlékszel még a macska démonra? Kérdezte. Hát lehet azt elfelejteni. Morogtam. Elkergetted a nyomorultat. De Kárváló Rimpocse azt állítja, ő kergette el. Meg ne ismételd előttem ezt a nevet. Tudod, hogy a szavaknak varázserejük van. Igazán. Ha sokszor mondod ki őket, fizikai valóságot ölthetnek. A végén még felbukkan errefelé az az izé, ember. Nem kell tartanod tőle nyugtattam meg. Itt van új delhiben a, közelemben. Hála buthának. De igazából nem róla akarok beszélni veled. Akkor, amikor elkergetted a macskadémont, azt mondtad nekem, hogy érdekelnek a környék legendái, rejtélyes történetei, később könyvet szándékozol írni róluk. Még mindig érdekelnek. Hát hogy ne csillant fel a szemem. Mindig felcsillan, ha rejtélyes történetekről hallok. Nos, akkor figyelj! Arra is emlékszel, hogy amikor legutoljára beszéltünk, felhívtam a figyelmedet a zsákos szerzetesre. Aki a betegségek zsákját cipeli a hátán. Róla van szó, Rimbócse. Mi van vele? Találkoztam Zakpo Rimbócséval. Ő szentségéhez igyekszik, és útba ejtette a kolostoromat. Tőle tudom, hogy jó egy évvel ezelőtt felbukkant Rilö környékén is. A szerzetesek és a falusiak persze megijedtek tőle. Maga Zakporimpócse is nyugtalan lett, senki sem szereti, ha a járványok ott szányognak körülöttük. Tudod, milyenek az emberek, Rimpócse? Ma már mindenki tudja ugyan, hogy a járványok zsákja csak méz, hogy a járványokat nem a betegségdémonok, hanem baktériumok és vírusok okozzák, mégis tart tőle mindenki. Hát, ha a bacilusok mellett azért betegségdémonok is léteznek. Minden esetre jobb a békesség. Nem egészen értettem, mire akar kiukadni. És kérdeztem türelmesen. Az a szerzetes, a zsákkal a hátán nem ment be cseh kolostorába. Elhúzott a kolostor mellett. A szerzetesek véletlenül vették észre, és attól kezdve figyelték. Ott jártak a nyomában, és nem tévesztették szem elől. Az volt a gyanús, hogy nem ment Berilába, pedig feltétlenül be kellett volna mennie. Zakporim pócsek kolostorában található a arra szerencsét hozó képe, ezt mindenki tudja, neki is tudnia kellett volna, és be kellett volna mennie hozzá, hogy imádkozzék előtte, és hosszú, szerencsés életet kérjen saját maga és az élőlények számára. Őt azonban mindez nem érdekelte. És ez furcsa, nagyon furcsa csak ment a romokhoz, és vitte a hátán a zsákot. Romokhoz. Húztam fel a szemöldökömet. Milyen romokhoz? Hát a régi kolostor romjaihoz. Nem hallottál még róla? Valószínűleg nem. De lehet, hogy csak elfelejtettem. Nem messze Zakpo kolostorától fekszenek egy régi kolostor romjai. Azt mondják, valaha varázsló szerzetesek lakták. Senki nem tudja, honnan jöttek, és még azt sem tudják, hogy egyáltalán a ten szerzetesei voltak-e a romok között egyetlen istent sem találtak, akit korábban imádhattak volna. Csak egyetlen kép maradt épségben az egyik falon, egy repülő ember képe, akinek oroszlám feje volt. Emberteste és oroszlám feje. Nos, Rimpóce, ezt a romot messzire elkerülik a szerzetesek. Főleg azóta, hogy az történt. Micsoda! Sürgettem. Egyszer látogatók jöttek újdelhiből, hogy megnézzék a romokat. Állítólag tudósok voltak, és az égen repülő oroszlán érdekelte őket. Lefényképezték, aztán hazarepültek, mert hogy egy kis repülőgéppel mentek oda. Csak hogy sosem érkeztek vissza oda, ahonnan elindultak. A gép lezuhant, és ők valamennyien meghaltak. Mint mondtam, azóta elkerülik azt a romot a szerzetesek is és a földművesek is. És az az ember mégis oda tartott a zsákjával. Nem félt az az ember semmitől. Lehet, hogy nem is ember volt. Talán egy démon lehetett, aki lámaruhát öltött magára, bár azt a démonok roppantól rühellik. És? Kérdeztem. A szerzetesek messziről figyelték. Még távcsővel is. De nem látták. A szerzetesek azt állítják, hogy miután behúzódott a romok közé, láthatatlanná vált. Egy egész napon át nem látták. Majd előkerült. Képzeld, Rimpócse, ott éjszakázott a romok között. Őszintén megmondom neked, én bátor ember vagyok, és van olyan erekém most is itt lóg a nyakamon, hogy összeszarják tőle magukat a démonok, de még én sem mertem volna ott éjszakázni. Az a szerzetes viszont ott töltötte az éjszakát. Biztos vagyok benne, és Zakporimpócse is biztos, hogy nem is ember volt, hanem démon másnap aztán előkerült, akárki is volt. A szerzetesek távcsővel nézték a romokat, s egyszer csak hiphop. Előttük állt az eltűnt. Éppen feléjük nézett, és úgy vicsorgott, hogy szerzetesek elejtették a távcsövet és elmenekültek. Aztán egyszer csak felbukkant a faluban is. És tudod, mi az érdekes, cse. Hogy nem volt nála a zsákja, mondtam. Szakasztott úgy, mint a te kolostorodban. Ez szerint hallottad már mástól is a történetet? Kérdezte csalódottan, Padmar Impócse. Csak kitaláltam a végét, mondtam. Ezután történt még valami, Impócse, amit bizonyára érdekesnek tartasz. Ki vele? Biztattam. Zakpor impócse meglátogatta egy ember. Egy pásztor. Elmesélte neki, hogy nem messze a romoktól tanyázott, amikor is azt látta, hogy egy szerzetes, hátán egy zsákkal, behúzódik a romok közé. Ő már, mint a pásztor egy dombon állt, és jól látott mindent. A szerzetes, hátán a zsákkal, nem vette észre. Úgy látszik, biztos volt benne, hogy a szerzetesek nem merik megközelíteni a romokat. A pásztor azt látta, hogy a szerzetes leteszi a zsákot a romok között zöld előfűre, aztán kioldja a száját. Mármint a zsák száját, és kivesz belőle valamit. Mit gondolsz, mit? Fogalmam sincs róla, mondtam. Egy embert, rimpócse. Élő embert. Hát ez az, rimpócse. Egy halott embert. Vagy talán nem is embert, hanem szobrot. Olyan messziről nem lehetett tisztán látni. Egy ülő ember szobra volt. Vagy egy Isten szobra. Az az ember ellopott valahonnan egy szobrot, és elrejtette a romok között. Zappor rímpse később hiába tudakozódott ellopott szobrok után, sehonnan nem hiányzott. Nem ment fel a romokhoz, hogy megvizsgálja a helyet. De felment, Rimbócse. Csak hogy nem talált semmit. Ötvenen gyűltek össze odafent, mégsem tudtak rábukkanni arra, ami a zsákban volt. Egyszerűen eltűnt, Rimbócse. Nem történhetett más, Minthogy láthatatlanná vált. Hogy volt tovább? Sehogy, Rimpócse mondta Padmaláma. Zakpo Rimpócse szerint az ember eltűnt, nem jött vissza, és a zsák és benne a szobor vagy ember is eltűnt. Tudod, mi az érdekes, Rimpócse? Nami. Kérdeztem. Hogy egy szerzetesem szerint aki ugyancsak látta távcsövön át a zsákot lehet, hogy múmia volt benne. Egy szerzetes múmiája, aki több évszázaddal ezelőtt mumifikálta önmagát, a többiek pedig, akik segítettek neki ebben, ahogy meghalt lótuszülésben, aranyfüst vonták be. Mit szólsz hozzá, Rimpócse? Érdekes történet, nem? Hát csak ennyit akar. Megszakadt a vonal. Hiába hallóztam, nem jött vissza már Rimpócse hangja. Rövid imát intéztem Brámához, a mindenség urához. Hosszú életet kértem Padma Láma számára. És úgy mellesleg saját magam számára is. 27. Egész estig a szobámban ültem, de a zsaruk nem tértek vissza. Domingost és Miss palmer pedig hiába is vártam volna, mivel haragban voltunk, ők sem jöttek. Már a lépcsőn lépkedtem az étterem felé, amikor belém hasított a félelem, hogy bármelyik pillanatban lelőhetnek. Megtorpantam, és magam elé bámultam de miért lőnének le? Ha meg akarták volna tenni, már megtehették volna. Vajon ki az ördög akarna kinyírni? Étlap nézegetés közben is ezen töprengtem. Közben igyekeztem valami ehetőt kiválasztani magamnak. Elhetőt és könnyűt. Lefekvés előtt a tátos lovakon kívül senki sem eszik szívesen parazsat. Felemeltem a fejem, és csak úgy végigjártattam a szemem az asztalokon. Volt szabad helybőven. A közeli szállodában rendezett ünnepség valamilyen szövetség megalakulásának, aki tudja, hányadik évfordulóját ünnepelték a vendégek jó részét magához csábította. Hirtelen megakadt valamin a szemem. Egy kék színű szárin. Cirka három asztallal előttem egy kék száris nő ült egy turbános férfi társaságában. A férfi fehér inget, hozzáillő mellényt és sötét nadrágot viselt. A hölgyből, mivel háttal ült nekem, semmit sem láttam. Valami megszorongatta a melkasomat. A vacsora nem lehetett, hiszen még meg sem rendeltem. Talán egy furcsa megérzés. Felálltam, és a recepció előtt ellépkedve a kiárathoz sétáltam. Mintha csak az utca forgalmát figyelném, félig kiléptem az estébe. Kicsit előre hajoltam, majd visszahúztam a fejem és megfordultam. Szemem találkozott a nő szemével. Ebben a pillanatban folytó éreztem a torkomon. A nő a kék szári bambali száhib volt. 28. A következő pillanatok gyorsan száguldottak, akár egy gamma kitörés. Önkéntelenül is megindultam felé, ám mielőtt még az asztalához érkeztem volna, a turbános férfi magas, erős fickó volt felpattant, és elém ugrott. Aztán akkora ütést mért az államra, hogy hátra zuhantam tőle. És mivel étteremben voltunk, hova máshova zuhantam volna, mint egy másik asztalra. Sajnos az étteremben álló asztaloknak van egy tulajdonságuk hol jó, hol rossz, hogy tálak és tányérok állnak rajtuk, hol tele, hol félig tele, hol pedig üresen. Nos, azon az asztalon, amelyre rázuhantam, is hasonló volt a helyzet. Óriási csörömpölés kíséretében ezüstálak hullottak a padlóra, egymásra és a szomszéd asztalnál ülőkre. Megpróbáltam feltápászkodni, ám egyelőre még nem voltam abban a helyzetben, hogy megtehettem volna. Kapálódzásomnak az lett a következménye, hogy még az is lezuhant az asztalról, ami egyébként rajta maradt volna. Mindenki kiáltozott, fejek hajoltak fölém, de nem nyúlt hozzám senki, hogy felsegítsen. Akkor még nem sejtettem, miért. Amikor aztán már a saját lábamon álltam, nem emlékeztem rá, hogy kerültem függőleges helyzetbe, szemembe tűnt a pusztítás, amit három asztal környékén is végeztem. Mintha bomba csapott volna az étterembe. Csópa vér volt minden, szó szerint jó néhányan vérben füröttünk. Csak később, amikor végül egy mindenre elszánt pincér megpróbálta egy kendővel letisztogatni az arcomat, rádöbbentem, hogy szerencsére nem vér a vörös valami, hanem mártás. De azért gyilkos voltam így is. Sikerült meggyilkolnom jó néhány vacsorát. Még így, vérbe fagyva is megpróbáltam megtalálni Memszáhib Balinit. Az étterem bejáratához rohantam, és elkaptam egy látszólag céltalanul ácsorgó libériás férfit. Nem látta, kirohanni. Léhegtem. A férfi rám nézett, majd remegni kezdett, mint mangófa levele ciklon idején. Kérem, nagyon kérem, ne öljön meg. Egy kék száris nőt, keresek. Ott. Mutatott ki az utcára. Ott. Reményvesztetten ugrottam le a járdáról. Hol járhat azóta már Memsahib Balini? Ekkor megpillantottam. Az utca túlsó oldalán állt, és fejét félrehajtva nézett rám. Memsahib Balini. Ordítottam a úttesten át. Várjon meg. Oda megyek. Öt percen bekerült, amíg átverekedtem magam a túloldalra. Aki ismeri Indiát, az tudja, hogy egy utca két oldala között néha akkora a távolság, mint az indiai óceán két partja között. Időben legalábbis. Mire átügyeskedtem magam a túloldalra, már nem láttam sehol. Úgy tértek ki előlem az emberek, mintha egy sínéről szabadult mozdony menekült volna csennai felé. Rendőr sípot hallottam mögöttem, erre futni kezdtem. Feldöntöttem egy riksát, amelyben egy idős asszony ült. Az asszony sikoltott, és a riksa vezetőjébe kapaszkodott. A vezető lezuhant a riksáról, és végigterült az aszfalton. A megvadult Riksa ugrott kettőt, majd beleszaladt egy éjjel nappal nyitva tartó boltba. Szerencsére nem volt üveg a kirakatában. Nem emlékszem rá, hogyan jutottam be egy mellékutcába. Az már sötét volt, és ember is kevés akad benne. Nem Balini ott járt előttem, immár alig néhány lépés nyire tőlem. Még öt lépés, négy lépés, három lépés, kinyújtottam a karom, hogy elkapjam. Ujjam hegye érintette a szári Ekkor megnyílott a föld a lábam alatt. Belezuhantam a nagy semmibe. 29. Ha valaki a nagy semmibe zuhan, nem feltétlenül szükséges, hogy hosszú utat tegyen meg. Mint ahogy én sem tettem meg hosszú utat. Alig, hogy megnyílt a föld a lábam alatt, és kalimpával lefelé zuhantam, már folyadékot is ért a lábam. Büdös folyadékot. Sokkal büdösebbet, mint amilyen az étteremben rám kenődött. Felnéztem a büdös léből, amelyben álltam. Az ég helyett egy téglalap világított felettem. Közepében néhány kósza csillag. Ebből arra következtettem, hogy egy aknába zuhantam, amelynek a fedőjét eltüntette a történelem. Éppen tölcsért csináltam volna a tenyeremből, hogy segítségért kiáll csak, amikor elfeketedett odafent a téglalap. A következő pillanatban élesen felsikotott valaki, és rövid zuhanás után rám esett. Már akkor megéreztem a zuhanás szelét, amikor még csak lefelé kalimpált, így sem volt azonban időm elhúzódni előle. És nem is volt hova. Aki lefelé zuhan, az előbb-utóbb meg is érkezik valahova. Ő is megérkezett. Rá a fejemre. Nagyot nyekkent, majd tovább röppent. Egyenesen bele a trutyiba. Rövid kotorászás után elkaptam és magam mellé rántottam. Isten hozta a csapatban üdvözöltem. Megtudhatnám, hogy kihez van szerencsém. Úristen, hol vagyok? Nyögte. Nagyon úgy hangzott, mintha Miss Palmer nyögdécselt volna mellettem. Miss Palmer? Kérdeztem a biztonság kedvéért. A fenébe is, mi köze hozzá? Semmi mondtam, és elengedtem. Megpróbáltam meggyőződni róla, hogy van-e esélyem feljutni oda, ahonnan elindultam. Rövid hallgatás után mégiscsak megszólalt. Hol vagyunk? Úgy tűnik, a csatornában mondtam. És mi ilyen, büdös? Na mit gondol? Úristen, én mindjárt elhányom magam nyöszörgött. Nem probléma vigasztaltam. Itt az már nem számít. Csak arra kérem, forduljon el. Nem hallottam gyanús hangot néhány apró nyögésen kívül. Mégsem fogok hányni jelentette ki rövid szünet után. Ennek örülök, mondtam. Elárulná, hogy került ide? Nem. Rendben. Megpróbálkoztam a lehetetlennel. A csatornába vezető akna falán nem láttam vas létrát, amelynek pedig elvileg ott kellett volna lennie. De nem volt ott. Vagy leszakadt, és elragadta a trúgymó, vagy valaki magával vitte emlékbe. Sóhajtottam, neki szorítottam a hátam a falnak, és megpróbáltam a lábamat a szemközti falnak vetve felküzdeni valahogy magam a felszínre. Talán két métert sikerült feljebb kapaszkodnom, de hirtelen visszacsúsztam. Azon nyomban derékig süllyedtem a trutiba. Jaj, Istenem, mit csinál? Rémüldözött Miss Palmer. Megpróbálok kijutni innen. Mit gondol, sikerül? Nem mondtam. Tutira nem sikerül. És ha még egyszer megpróbálná? Miért fontos az magának, hogy még egyszer megpróbáljam? Mert hát, ha sikerül. És? Ha maga kijut innen, akkor szól valakinek, hogy húzzanak ki engem is. Nem biztos, hogy szólnék, mondtam. Miért nem? szólna. Mert fogalmam sincs róla, miért került ide. Nagy a gyanúm, hogy engem követett. Nem. Azaz. Na látja, korholtam maga sincs tisztában saját magával. Én nem ismerem magát, és nem is akarja, hogy megismerjem, akkor viszont mi a fenéért akarnám, hogy kimentsék innen. Különben lesz szíves egy kissé odébbálni. Mégis csak megpróbálok kimászni valahogy. Megpróbáltam. Ezúttal sem ment. Tudtam, hogy nem fog sikerülni a dolog, de harmadszorra is megpróbáltam. Harmadszorra sem sikerült. Kiabálnunk kellene, javasoltam Miss Palmer. Hát, ha meghallja valaki. Éppen ettől tartok, mondtam. Nem kell haverkodnia velem, de azért elárulhatna valamit. És pedig. Valóban engem követett. És ha igen, akkor látnia kellett, hogy én is követek valakit. Semmi ilyesmit nem láttam. Pedig így volt. Követtem valakit, aki szemrebben és nélkül lepuffant mindkettőnket, ha úgy tartja a kedve. Most, hogy eltűntem a szeme elől, pokolian dühös lehet. Előbb-utóbb rábukkan erre az aknára, és akkor végünk. Nekem nem. Én nem is ismerem az illetőt. A bérgyilkosok nem szoktak bemutatkozni. Jézusom, az az illető, bérgyilkos. Valami hasonló. És kit akar, megbérgyilkolni? Elsősorban engem. Ez azért egy kicsit megnyugtat. Ne élje bele magát, hogy magát élve hagyná. Nem kedveli a szemtanúkat. De hát én ártatlan vagyok. Neki magyarázza, ne nekem. Hallgatott egy kicsit, aztán megszólalt. Igen, magát követtem. Na látja. El tudja maga szépen mondani, amit akar. Emmertekárváló bízott meg vele. Azt is megmondta, hogy miért. Hát, igen. Elárulja, vagy megtartja magának. Azt mondta hogy maga egy, gazember. Ezt mondta volna. Csodálkoztam. Ezt bizony. Azt mondta, olyan ragadós, mint a légypapír. Tetszik a hasonlata. Maga ráragad valakire, és addig nem nyugszik, amíg el nem veszi tőle a zsákmányát. Ezért még beszélnem sem szabad magával, mert maga, hogy is mondta csak, kiénekli más szájából a sajtot. Mi ketten ő meg én megbízást teljesítünk, és nem hagyhatjuk, hogy maga elhalássa előlünk a zsákmányunkat. Ezért tisztában akar lenni vele, hogy maga hol mászkál. Minden lépéséről tudni akar. Ezért is. Látta, mi történt korábban az étteremben. Kérdeztem. Láttam, mondta. Azt is látta, ki ütött le. Egy turbános ember. Egy száris nő volt vele. Azt is látta, hogy én is egy száris nőt követek. Azt nem láttam. Elég gyorsan ment, nem volt könnyű tartani magával az iramot. Most akkor mit csinálunk? Azt akartam mondani neki, hogy akár merre is, de el kell indulnunk, amikor hirtelen feketeség takarta el előlünk a csillagokat. Attól tartottam, hogy nem egy kíváncsi denevér néz le ránk. Oda lent van, Lorenz. Hallottam egy ismerősnek tűnő női hangot. Éreztem, hogy Miss Palmer kiáltani akar, ezért gyorsan befogtam a száját. Nem volt könnyű, mert ahhoz azért sötét volt idelent, hogy a részleteket is kivegyem rajta. Így előbb a füle akadt a kezembe, aztán valami más, végül a szája. Höm, böm, böm, próbált megkiáltozni, de szerencsére csak nyöszörgést sikerült kipréselnie magából. Aki odafent volt Memszáhi Balini azonban ezt is meghallotta. Hé! Szólaljon már meg! ha azt akarja, hogy kihúzza onnan, csak szóljon. Miss Palmer rángatózni kezdett mellettem, és igyekezett szabaddá tenni a száját. Én meg nem hagytam. Átöleltem és magamhoz szorítottam. Bár nem voltunk romantikus hangulatban, így is éreztem, hogy Miss Palmer nem az a kifejezetten deszka alkat. Nem hiányzott róla semmi, aminek ott kellett lennie a helyén. A fenébe is, szólaljon már meg végre. Véletlenül úgy meglöktem szegény Miss Palmert, hogy belecsobbant a trúdmóba. Habozás nélkül utána vetettem magam. A következő pillanatban eltűnt előlem a világosság téglalapja. Odébb küzdöttem magam a mocskos áradatban. Hé! Emeltem meg kissé a hangom. Itt van valahol. Tök sötét volt immár körülöttem, még egy karnyújtásnyi távolságban áldogáló elefántot sem vettem volna észre. Itt vagyok nyögte nem messze tőlem egy elhaló hang. Hol? Nem, tudom. Jöjjön ide hozzám. Addig én egyszerre csak fény villant az alagútban. Első reakcióként le akartam bújni a trutmó alá, ám gyorsan meggondoltam magam. A fény nem az akna irányából jött, hanem máshonnan. Maga világít. kérdeztem a fél homálytól. Én nyögtem Miss Palmer. Hozott magával lámpát. Az ásatásokon megtanultam, hogy mindig legyen nálam lámpa. A fény már közelebb kúszott hozzám. Néhány másodperc múlva Miss Palmer is megérkezett mellém. Azaz nem is Miss Palmer volt az, hanem egy ördög a pokol legfeketébb bugyrából. Valószínűleg olyan ördög lehetett, akit azzal bíztak meg a legalsó hatalmak, hogy ő fűtse a tüzet, mely a hatalmas üstök alatt lobog. Ezekben főnek a nem kifejezetten természettudományos elméletek szerint a bűnös lelkek. A fűtő ördögök pedig közismerten feketébbek, mint a többi ördög. Ezt maga modgaljájan a szerzetes is így látta, miután egyszer rövid látogatást tett a pokolban. Miss Palmer kétségbe esetten felsikoltott. Jézusom, maga az. Borzalmasan néz ki. Versenyre kelhetnék magával. Ne mondja, hogy én is. Istenem, és maga a számra szorította a mocskos kezét. A maga keze is mocskos, de azért adja csak ide. A kezemet. Nem akarom elveszíteni, ha egyszer már összehozott bennünket a végzet. Nyújtsa ide a kezét. Kinyújtotta, én pedig megfogtam. Ígyni! Menjünk szépen előre. És merre van, az az előre. Keveset beszéljen, ha megkérhetném. Akkor kevesebb szer lélegzetet vennie. Világítson a falra, ígyni. Most pedig gyerünk. Jézusom, hova? Majd kiderül. Cirka fél óráig meneteltünk előre a trutmóban. Közben egyre rosszabbul éreztem magam. Láttam, hogy Miss Palmer is csak nehezen von magát előre. A szaktól is kivoltunk borulva, ám ennél nagyobb veszélyt sejtettem. A csatornákban gyakran csatornagázok keletkeznek, az emberi szervezet pedig olyan, hogy jobban kedveli valamiért az oxigént a csatornagáznál. Ha nem találunk hamarosan kiáratot, komoly bajba kerülhetünk. Szerencsére találtunk. Már éppen kezdtem volna nagyon ideges lenni, amikor az előttem haladó Miss Palmer felkiáltott. Ott egy, egy. Aztán elhallgatott, majd elegáns mozdulattal, mintha csak snorkelezni indulna, belesüllyedt a trúgyiba. Ekkor már én is észrevettem a fényt, ami visszaverődött a téglákkal kirakott falakról. A villogó, vörös sugarak felülről világítottak le a mélybe. Addig tapogatóztam, amíg rá nem találtam Miss Palmerre. Ott volt a lábam alatt, csak le kellett hajolnom érte. Ha lett volna hely, megpróbálhattam volna kirázni belőle a trutmót, de nem volt. Volt viszont, amit korábban annyira hiányoltam, egy vas létra. Szerencsére ennek az aknának is hiányzott a fedele. A többire csak homályosan emlékszem. Amíg Miss Palmer után tapogatóztam, pokolian megfájdult a fejem. Fekete karikák ugrándoztak a szemem előtt, majd fények gyulladtak ki, emberi beszédet hallottam, úgy éreztem, hogy kezek ragadnak meg és rántanak fel a felszínre. Aztán zuhogni kezdett rám a langyos eső. Igazán jól éreztem magam a zuhany alatt. 30. Amikor kinyitottam a szemem, furcsa dolgokat láttam. Nagy tűz lobogott a szemem előtt, mellette emberek ültek, s a tűzben égettek valamit. Amint jobban kitisztult a szemem, észrevettem, hogy petpalackok az áldozatok. Közben kézről kézre járt közöttük egy üveg, amelyből jókat húztak. Nem tudtam, mi lehet benne, de nem is akartam megtudni. Furcsa módon álló helyzetben voltam, mellettem egy felfordított láda tetején egy férfi állt, és egy öntöző kannából vizet csorgatott rám. A víz meleg volt és összehasonlíthatatlanul kellemesebb illatú, mint az, amelyből kiszabadultam. Aztán megpillantottam Miss Palmert is. Egy ládán ült, és sokkal tisztább volt, mint amikor utoljára láttam. Vizes ruhája a testére tapadt, mint egy igazolva, hogy jól mértem fel odalent a méreteit. Amíg rábámultam, a kannás fickó kannát váltott. A férfiak nem hindiül beszélgettek, így egyetlen szavukat sem értettem. A kannás, vize fogytán leugrott a ládáról, és angolul szólt hozzám. Most már jobban nézel ki, száhib. És a mem száhib is jobban néz ki. Ennek örülök, mondtam. Hogy kerültél a szarba, száhib? Kérdezte a fickó letéve a kannát. Beleestem, mondtam. Nem volt a csatorna nyilásnak fedele. Erre felé egyetlen csatorna nyilásnak sincs fedele oktatott ki. Tudni kell, hova lépsz. Idegen vagyok, itt mentegetőztem. És valóban annak is éreztem magam. Teljesen ismeretlen volt a környék, egyetlen valamire való házat sem láttam a közelben. Minden rendben. Fordultam Miss Palmerhez. Semmi sincs rendben, nyögte a lány. Ki vagyok? Totál ki vagyok. Aztán szép csendesen összeesett. Odaugrottam hozzá, és lenéztem rá. Egy rothadó káposztalevél halmon feküdt. Láttam, hogy életben van ile felemelkedtek süllyedtek vékony, ám annál piszkosabb és büdösebb blóza alatt. A férfiak a tűz mellett összehajoltak és ránk bámulva sustorogtak. Nem tetszett nekem a dolog, ezért kiválasztottam a legmagasabbat és legizmosabbat. Te vagy itt a főnök? Kérdeztem. A férfi bólintott. Gyanítottam, hogy nem is érti, mit mondok neki. Szerez nekem egy taxit zsebembe nyúltam és kivettem belőle egy 10 dollárost. Mindig is tudtam, hogy jó pénz a dollár, még ha szarba kerül is néha. A fickó annyit minden esetre megértett, hogy taxi, és már is felpattant a helyéről. Nagyon keményen és határozottan mondott valamit a többieknek, akik sorban bólogatni kezdtek. Azzal a furcsa fejmozdulattal, amelyet már annyiszor volt alkalmam megcsodálni. Mint ahogy a szemüveges kígyó mozgatja a nyakát. Tíz perc múlva egy taxiban ültem. Miss Palmer mellettem ült, vállamra hajtotta a fejét és szaggatottan lélegzett. A sofőr néha aggódva hátra-hátra pillantott, hogy vajon élnek-e még az utasai. A szálloda melletti utca sarkon kiszálltam, fizettem, majd a vállamra kanyarítottam Miss Palmert. Nem volt nehéz, nem kellett tartanom tőle, hogy összeesem a súlya alatt. A recepción azért volt egy kis fennakadás. Csupán három szakállas, turbános fickó ült a pult mögött, és kíváncsian bámultak ránk. Talán a szag, amely körül lengett bennünket, volt furcsa számukra. Biztosak voltak benne, hogy sikerült valahol félholtra inni magunkat, annak minden következményével együtt. Elkértem a kulcsomat és Miss Palmerét is. A turbánosoknak a szemük sem rebbent. A liftesnek inkább. Úgy láttam, hogy nagy lélegzetet vett a földszinten, és ez ki is tartott neki egészen a második emeletig. Kinyitottam a szobám ajtaját, és behúztam rajta Miss Palmert. Egészen addig lent hagytam a szőnyegen, amíg meg nem szabadultam a ruháimtól. Sietve az zuhany alá álltam, és igyekeztem eltüntetni a kosz és a szag utolsó molekuláit is. Amikor kész lettem, nekiálltam, hogy levetkőztessem Miss Palmert. Alsó neműben ültettem le az zuhantálcára, abban a reményben, hogy nem kell illetlen módon mesztelre vetkőztetnem. Sajnos kellett. Akárhogyan is eresztettem rá a meleg vizet, fehér neműi ugyanolyan büdösek maradtak, mintha nem is áztattam volna hosszú percekig őket. Nem volt méz, le kellett vetkőztetnem. Miss Pálmer úgy kapaszkodott belém, mint denevér a faágba. Alaposan ledörzsöltem róla mindent, majd kerestem neki egy lepedőt. Beleburkoltam és beletettem az ágyba. Miss Palmer stíl szerűen egy bepójált múmiához hasonlított. Kerestem a szekrényben még egy lepedőt, aztán ráfeküdtem a szoba sarkában várakozó sezlonra, és jó éjszakát kívántam magamnak. Úgy rohant le az álom, hogy észre sem vettem. 31. Amikor felébredtem, a nap besütött az ablakon. Felkönnyököltem és rápillantottam az ágyra. Már nem volt benne senki. Felkeltem és bekukkantottam a fürdőszobába. Koszos volt minden, de Miss Palmer cuccai hiányoztak belőle. Sóhajtottam és megismételtem a tegnapi koreográfiát. Cirka fél órát sikáltam magam, amíg sikerült rendbe jönnöm. Most már ételre itt arra is gondolni mertem. A recepcióval ugyanazon térben található étteremben alig lehetett szabad asztalt találni. Nem kis meglepetésemre az egyiknél Miss Palmer pillantottam meg fejét lehajtva, magába roskadva üldögélt. Megköszörültem a torkom, és oda sétáltam hozzá. Szabad. Kérdeztem. Rám nézett és elpirult. Hát, csak üljön le, mondta. Rendelt már. Még nem felelte. Nem is tudom, hogy merjek-e. Jót tesz biztattam. Üres gyomorral nehezebb. Amikor ismételten rám nézett, még mindig maradt egy kis pír az arcán. Maga vetkőztetett le. Kérdezte. Bátorkodtam, mondtam. Mivel rosszul volt, nem akartam magára hagyni. Disznó. Mondta. Ezt azért nem vártam volna. Hogy merte megtenni? Kérdezte csendesen, de érezhető érezhetődővel a hangjában. Engem még soha senki. Úgy értem. Tudom, hogy érti, mondtam. Meg ne próbálja még egyszer. Remélem, nem lesz több hasonló eset. Beszélt már Domingossal. Szótlanul bólintott. Mit mondott neki? Magának mi köze ehhez? Valami azért mégiscsak van. Elvégre maga követett engem, s végül nekem kellett megmentenem, miután bajba került. Bevallottam neki, hogy mi történt velünk. És. Sajnálkozott. Én meg, legszívesebben hazamennék. Mi lesz a pénzelés az állással, amit Mr. Dermot felajánlott? Erre minden átmenet nélkül kiabálni kezdett. Bár talán nem üvöltött volna túl egy atomrobbantást, ahhoz elég volt, hogy a hozzánk legközelebb ülők felfigyeljenek ránk. Köpök a pénzre. Kiáltotta. Ha tudtam volna, mi vár itt rám, azonnal nemet mondtam volna. Ki gondolta volna, hogy éjszaka beleesek egy rohadt vízaknába, úszó leckéket veszek a szarban, egy ellenszenves pasas hazacipel magához, levetkőztet és lecsutakol, mint egy lovat. Ez már túl sok nekem. Csak nyugalom csitítottam. Én már nem is emlékszem semmire. Nem is tudom, miről beszél. Mondhat, amit akar, engem ez egyáltalán nem nyugtat meg. És képtelen lennék elfelejteni, hogy maga, engem, ruha nélkül. Behújtam a szemem, biztosítottam. Mintha meg sem hallotta volna. Nem vagyok az a fajta, aki csak úgy, férfiakkal zuhanyozik. Ez egy nagy tévedés. Tiltakoztam. Mi nem zuhanyoztunk együtt. Tudja, hogy gondolom. És különben is, gyűlölöm magát. Olyan tekintettel nézett rám, hogy nem kételkedhettem benne, alig ha akarna a testvérévé fogadni. Ahhoz képest, hogy kihúztam a csatornából, nem tűnik túl hálásnak. Miért lennék az? Ahhoz képest, amit terjeszt rólam. Én. Hökkentem meg. Mit terjesztek én magáról? Például, hogy szőrös a fülem. Én. Vágtam tiltakozó képet. Aztán rájöttem, hogy valóban ezt mondtam Domingosnak. Ezt én csak úgy. Nézzen a fülembe. Mondta határozottan, és félrehajtotta a fejét. Ugyan már, Miss Palmer. Követelem, hogy nézzen a fülembe. Ismét csak a plafon felé emelkedett a hangja, amitől ismét csak elkezdtek bámulni bennünket a szomszédaink. Többen közülük határozottan fixírozni kezdték Miss Palmer fülét. Kérem, Miss Palmer. Nem Miss Palmer ezen nekem, hanem tegye, amit mondok. Nézzen a fülembe. Higgye el. Akkor visítok láttam rajta, hogy meg is teszi. Az éjszakai kaland annyira kiborította, hogy még mindig nem nyerte vissza teljesen az uralmát az idegei felett. Mit volt mit tenni, belenéztem a fülébe. Szép, belül rózsaszínű fülecske volt. Nem volt benne egyetlen kis pihesem. Lát benne egy árva szőrszálat is. Szomszédaink immár kifejezett érdeklődéssel figyelték a történteket. Nem rebegtem. Nem látok. Akkor meg mit hazudozik Domingosnak? Látta volna, hogy nézett rám. Mikor? Nyögtem. Amikor, elmondta nekem, hogy maga miket terjeszt rólam. Csak azért, hogy megzavarja a köztünk lévő harmóniát. Ezt nem is tudtam, mondtam. Harmónia van maguk között. Ne vágjon ilyen undorító képet. Igenis az van. És ne gondoljon semmi csúnyára. Ő nem az a típus, mint maga. Igazán. Én milyen vagyok! Antipatikus. Ha meglátom magát, valami azonnal arra késztet, hogy emeljem fel a kezem, kapjam el a torkát, és folytsam meg. Óvatosan kisé hátra húzódtam tőle. Ez volt az óriási szerencsém. Ebben a pillanatban ezer darabra robbant az asztalon álló hamutartó. Felemelkedett a levegőbe, aztán szórni kezdte szilánkjait a szélrózsa minden irányába. Félrelögtem az asztalt, és rávetettem magam Miss Palmerre. Miss Palmer visított, mintha nyúznák, és megpróbált kiszabadulni a karmaim közül. Csak a rendőrség megérkeztekor hagyta abba a visítást. 32. Kabir lelfelügyelő megcsóválta a fejét. Ki csodálja magának Bagvaradzs titkár? Régi ismerősöm mondtam. Úgy látszik, maga sérthetetlen Indiában. Őszintén szólva le akartam tartóztatni magát, de abban a pillanatban, ahogy benyújtottam a javaslatot a felettesemnek, visszadobta az asztalomra. Azt mondta, ha fej jelenti magát, Bagvaragy leharapja a fejét. Lehet, hogy indiszkréciót követek el azzal, hogy ezt elárultam magának, de valami arra kényszerít, hogy ne hallgassam el ön elől. mostoha a mostoha apám vallottam be. Az igazi lelépett a családtól, és magunkra hagyott bennünket kilenc testvéremmel együtt. Bagvaradzs megtudta, és a gondomat viselte. Legszívesebben lelőném magát mondta. Többen vannak így vele szomorodtam el. Például egy kék száris nő is. Aki állítólag magára lőtt. Nem állítólag, hanem igaziból. Bár, talán nem is biztos, hogy rám lőtt. Igazán. Akkor kire? Talán Miss Palmerre? Na, figyeljen, csak ide sóhajtotta. A maga kék kékszáris gyilkosa nemrég megölt egy férfit itt, az étteremben, bár valószínűleg nem szándékosan. Ismeri maga azt a kékszáris nőt, aki maga szerint meghúzta a ravaszt? Csak látásból mondtam. Ez mit jelentsen? Ritkán találkozom vele. Szerencsére. Csak olyankor, amikor meg akar ölni. És miért? Úgy tűnik, nem vagyok szimpatikus neki. Nekem sem az, de eddig még nem akartam megölni. Eddig. Most már erősen kacérkodom a gondolattal. És más egyéb gondolatokkal is. Érdekli, kell? Hogy ne érdekelne? Mit szólna az ötlethez, hogy ezeket a merényleteket maga rendelte meg? Ez eléggé meglepő feltételezés. De nem biztos, hogy alaptalan. Maga akar valamit Miss Palmertől. Bármennyire is nem óhajtottam rágondolni, felvillant előttem, amint az zuhany alatt áll, és nincs rajta az égvilágon semmi. Nem is vitás mondtam. Kabíralnak halvány gőze sem lehetett róla, mire gondolok. Hallottam, tegnap csúnyán járt mondta, és némi kár örömöt véltem kiolvasni a tekintetéből. Valaki jól helyben hagyta. Sajnálatos módon, igen. Még mindig ott látszik egy karika a szeme alatt. Különben egészen jól áll magának. Állítólag csupa vér volt, amikor kirohant az ajtón. Mi a fenebb volt az az egész? Felismerni véltem az itt tücsörgők között a kék száris nőt. El akartam kapni, de egy turbános férfi megakadályozott benne. Kaptam tőle egyet, majd rálökött egy asztalra. Bele valami szirubba vagy mártásba. Kabil lelfelügyelő alig tudta visszatartani a nevetését. Kár, hogy nem voltam itt. Több száz rópiát is megérne, ha láthattam volna. Na és mi történt ezután? Utána futottam. Tetőtől talpig vérbe fagyva. Aztán beleestem egy aknába, onnan a csatornába. Óriási szerencsém volt, hogy ki tudtam mászni belőle élve. A kék száris hölgyet pedig nem kapta el, mi? Eltűnt előlem. Úgy tűnt, hogy erősen töri a fejét. Tudja, mi gondolkodom. Kérdezte aztán. Hogy vajon hány kék szárít viselő hölgy élhet új Delhiben? Egy millió, két millió. Persze ez a szám állandóan változhat. Valami ronda dologba keveredett ön, Emmer Lorenz. Tulajdonképpen emiatt is jöttem ide. Hogy beszéljek magával, és figyelmeztessem valamire. Kíváncsivá tesz, mondtam. Arra vett egy mély lélegzetet, hogy az államtitkárok gyakran váltják egymást. Megtörténhet, hogy egy államtitkár ma még államtitkár, holnap pedig már nem az. Sőt, ez még a kormányfőkkel is megesik. Akkor aztán lecsap a villám. Más lesz az államtitkár, lehet, hogy éppen az, akinek addig engedelmeskednie kellett a régi államtitkárnak, behúzni a fülét, farkát, ha vele beszél. Ám akkor már más lesz a helyzet. Az új államtitkár előveszi a régi ügyeket, és fülöncsípi azokat, akiket a bukott államtitkár mindaddig megvédett. Világosan beszéltem. Abszolút biztosítottam. Ezt jól jegyezze meg magának. Efelől biztos lehet. Maga valamilyen csúnya ügybe keveredhetett. De majd rájövök, mibe. Aztán adandó alkalommal megteszem, amit tennem kell. Most pedig érezze jól magát és nem mászkáljon feleslegesen a csatornákban, mert kiteszik a szűrét a szállodából. Nem szeretik a büdös és koszos vendégeket. Ebben igazuk is volt. Én sem szerettem őket. 33. Még azon a délutánon ismét felhívott Padma apát. A háttérzajokból arra következtettem, hogy nincs egyedül. Mintha egy mély frajzsi volna mögötte. Blobzon Grimboce. Kérdezte. Nem ismered meg a hangom. Nagy itt a zaj, Hol vagy? A kolostorodban. Katmanduban vagyok, Rimbóce. És mit keresel ott? Egy konferencián veszek részt. Bizonyos financiális kérdésekről van szó, de ez, gondolom, téged nem annyira érdekel. Dehogy nem tiltakoztam udvariasan. Akkor csak annyit, hogy az UNESCO felajánlotta, renováltat néhány kolostort, amelyek különösen rossz állapotban vannak, és most találkozunk a jövendő szponzorokkal. Éltem bólintottam. Nos, tudod, hogy mennyire a lelkemen viselem a sorsodat. Hát. Azt akarom, hogy nagy ember legyen belőled. Híres ember. Írjál minél több könyvet a mi kultúránkról. Ha tudok, segítek neked ebben. Nekem már is mennem kell, adom Nymarimpócsét. Nem beszél jól angolul. A Tibetie meg egy kicsit furcsa. De azért, remélem, megértitek egymást. Rinpoche valóban furcsa Tibetit beszélt, nem a házai dialektust, de azért valóban megértettük egymást. Sokat hallottam rólad, Blobzang Rinpoche kezdte a beszélgetést nyima. Admárimpócse említette, hogy könyvet akar szírni egy bizonyos témáról. Az a szándékom mondtam, miután én is üdvözöltem őt. Azt is mondta, hogy a szerzetes múmiák érdekelnek. Úgy van. Akkor mesélek neked egy történetet. Talán még nem említettem, hogy Karcsik Kolostorának az apátja vagyok. Két évvel ezelőtt történt valami, amit el akarok mesélni neked. Mond, Rimbócse, nem hívnál vissza. Nekem drága lenne a telefon, neked talán telik rá a könyved honoráriumából. Természetesen visszahívtam. Nyimarimpócse, mintha mi sem történt volna, zavartalanul folytatta a beszélgetést. Nos, az történt, hogy nem is olyan régen karcsig mellett felbukkant egy furcsa szerzetes. Mellett. Kérdeztem. Nem jött be a kolostorba, pedig hívtuk. Később kiderült, hogy miért nem. Azért, mert varázsló volt. Azt mondta, hogy Sri lankai ott lett szerzetes, és ott tanulta ki a varázslatot. Én is azt gondoltam, amit most te, hogy a varázslat a szélhámosság csupán, de nem az volt. A betegeket minden esetre meggyógyította. Legalábbis sokat közülük. A pásztorok sorban felkeresték, és ő meggyógyította őket. Bizonyán. De azért nem stimmelt valami vele. Kérdeztem. Ez csak később derült ki. Ekkor mondta el nekem egy pásztor, hogy az illetőnek, aki alig hanem tilónak hívatta magát, van egy csodas zsákja, annak a segítségével gyógyít. Önkéntelenül is megszorítottam a telefonomat. Csodasság, hm, ez érdekes. Azt állította, hogy a zsákjában varázserőt tartalmazó kéziratos könyvek vannak, azok segítenek neki legyőzni a betegség démonokat. Ezt az egyik szerzetesemtől tudom, akinek folyton fájta a feje, és ő is az zsákos szerzeteshez fordult. Meg is gyógyította. A szerzetesem később megkérdezte tőle, hogy láthatná-e az zsákjában lévő szent könyveket, szeretne csupán egyetlen pillantást vetni rájuk, mert akkor talán a többi baja is elmúlna, mivel van neki elég. A szerzetes azonban kereken visszautasította. Azt mondta, hogy semmiképpen nem mutathatja meg a szent könyveket, mert ha kinyitná a zsák száját, a szent könyvek azonnal elhamvadnának. Az pedig, aki kinyitná a zsák kötését, maga is szörnyet halna. Bizonyán. Ha jól sejtem, azért valaki mégiscsak kinyitotta. Jól sejted, Rimbóce. A fejfájós szerzetesem. És tudod, hogyan? Úgy, hogy megállás nélkül a zsákos szerzetes nyomában járt. Arra várt, hogy egyszer letegye a zsákját, ő pedig belenézhessen a belsejébe. Nem hitt benne, hogy baja lehetne belőle. Közben furcsábbnál furcsább dolgokat tapasztalt, amiket később el is mondott nekem. Nos, a szerzetesem azt mesélte, hogy a zsákos szerzetes éjszakánként egyre csak a környéken kóborolt, mintha nem tudna aludni vagy holdkóros lenne. Hátán a zsákjával, össze-vissza bolyong az éjszakában. A szerzetesem szüntelenül figyelte annak ellenére, hogy ő inkább aludni szeretett volna. És mit gondolsz, Rimpóce, mit csinált a zsákos szerzetes? Na mit? Kérdeztem. Bemászkált a kolostoromba. Éjjel. Hogy elkerülje a kapust, a kerítésen mászott át. Felkapaszkodott a nagy ima hengerek tetejére, aztán zsupsz. Beugrott a kolostor területére, és eltűnt az emberem szeme elől. És ezt többször is megtette. Mindannyiszor a hátán volt a zsákja. Még nem egyszer úgy ugrott be, hogy a zsákot kint hagyta az egyik nagy ima henger alatt. A szerzetese mekkor gyorsan odamerészkedett hozzá, és kinyitotta. Mit gondolsz, mit talált benne? Fogalmam sincs róla, mondtam, pedig ez nem volt igaz. Egy embert, Rimpóce. Rikkantott a nyíma Rimpóce. Embert. Egy halott embert illetve kiszáradt halott embert. Egy múmiát. Mindenféle színes sej megbecsavarva. Képzelheted, hogy a szerzetesen mennyire megrémült tőle. Azt hitte, hogy a múmia menten felébred, és magával ragadja a pokol mélységeibe. De nem ragadta le. Szerencsére nem, se. A szerzetesem szólni akart nekem róla, de aztán arra gondolt, hogy biztosan nem örülnék neki, ha megtudnám, hogy mi történik éjszaka a kolostoromban. Gyanítom, hogy alaposabban meg akarta nézni a múmiát a zsákban. Csak hogy nem sikerült neki. Másnap éjszaka is eljött a zsákos szerzetes, ám az én szerzetesem nagy csalódására ezúttal nem hagyta az imahengerek mellett a múmiát, hanem magával vitte. Be a kolostorodba. Most mondtam furcsa. Az, de nem ez volt a legfurcsább. Hanem mi. Hogy hamarosan kijött a kolostorból. Értem. És mi volt ebben a furcsa? A rimpócse mélyet sóhajtott. Az, hogy nem hozta vissza a zsákot. Ott hagyta a régi imateremben, alhakangban. Ő pedig lelépett. Na mit szólsz mindehhez, Rimpócse? 34. Már rég letette a telefont, és én még mindig a fejemet törtem. Adva van tehát három múmia, amelyet három szerzetes cipelt a hátán. Bár ez utóbbi egyáltalán nem biztos. Feltételezhetően mindhárom zsákban egy-egy múmia alapul, egy-egy önmagát mumifikált szerzetes múmiája. Hogy miképpen kerültek a zsákokba? Ki tudja. A három múmia: Dux, Drilbu és Damaru. Ezeket szeretné megszerezni kerintön és Mr. Dermot. Csak hogy honnan, az itt a kérdés. Még egy kicsit hátrébb mentem az időben. Kitől is hallottam először a három múmiáról? Emmert Carlingtontól. Nem egy tibeti apáttól, nem egy nagy tudású könyvtáros lámától, nem is egy fecsegő lámainastól, hanem egy amerikai milliárdostól, aki mellesleg érdeklődik a láma kultúra iránt. Ő pedig Davantól, egy tibetből Indiába menekült szerzetestől, akit kihúzott egyszer a kutyája szájából. Hiába is törtem a fejem, nem emlékeztem rá, hogy korábban is hallottam volna a három szerzetes múmiáról, mint hogy látogatást tettem ember Carringtonnál. Pedig évtizede élek a távol keleten, évtizede olvasom a régi történeteket, hallgatok meséket, misztikusakat és nevetségeseket egyaránt, de még csak hírét sem hallottam a három szerzetesnek. És semmiféle davang nevű lámát nem ismertem. Furcsa. Davang szerint a három múmia három kolostorban található. A kolostorok neve nem ismeretes, tekintettel arra, hogy ezt a hálás davang nem árulta el Emmer Arringtonnak. A hálás davang egyszerűen lelépett. Ez is furcsa. Ha csak, ha csak davangot el nem tették lábalól. Mert az is megtörténhet, hogy Davang azóta már odafent lógázza a lábát a nagy semmi felett, és sajnálkozik, amiért nem árulta el a múmiák tartózkodási helyét Emmer Czarringtonnak. Pedig megtörténhetett, hogy Davang valóban hálás volt, s valóban el akarta árulni a múmiák rejtek helyét Emmer arringtonnak, csak hogy valakik megszagolták ezt, és léptek egyet. Elkapták Davangot, kissé megcirogatták, mire Davang mindent bevallott. Ezután megölték. Na és Mr. Dermot? Ő honnan tudott a múmiákról? Domingos szerint Tibetből menekült szerzetesek beszéltek neki róluk. Lehet, hogy Davang is köztük volt. Ki tudja? Még akkor is ezeken törtem a fejem, amikor kopogtattak az ajtómon. Oda mentem és kinyitottam. Miss Palmer állt a küszöbön. És csodák csodájára mosolyült az arcán. 35. Többféle csomagolásban láttam már Miss Palmert, sőt csomagolás nélkül is, de ez a ruha, amelyből rám mosolygott, mindennél többet mutatott belőle. Még annál is többet, mint amennyit az zuhany alatt láttam. Sőt, őszintén szólva akkor láttam belőle a legkevesebbet. Nem mintha azért lett volna, mert a szégyenlősség elhomályosította a szemem, ó, egyáltalán nem. Inkább azért, mert jó magam is majd nem annyira ki voltam ütve, mint ő elvégre nem kevés volt a hátam mögött, leütöttek, beleestem a város alatt húzódó csatornába, mindezeken felül ráadásul még róla is nekem kellett gondoskodnom. Hogy lett volna ezek után még erőm kedvtel velegeltetni rajta a szemem. Ezúttal azonban megengedhettem magamnak ezt a luxust. Miss Palmer, ami az öltözékét illeti, ugyancsak kitett magáért. Először is, kalap volt a fején, majdnem olyan széles karimájú, amilyet a 19. században hordtak a nők. Még egy kicsit félre is csapta, mintha már túl lett volna néhány pohár A blúza természetesen a Ginalollo Brigida által lefektetett elveknek felelt meg, azaz, a cipőd legyen mindig egy számmal nagyobb a méretednél, a blúzod pedig egy számmal kisebb. Miss Palmer megfogadta a nagy színésznő tanácsát, nem is vitás. Mindemellett rövid nadrágot húzott, amolyan kicsit térd alá érőt. Csak suttogva jegyzem meg, hogy ez volt az egyetlen hiba rajta már mint hogy szabadon hagyta a térdeit. Úgy egyébként formásak lettek volna, ha nem ékesítik frissebb helyek, a tegnap este vagy éjszaka nyomai. Miss Palmer kihívóan mosolygott rám. Beenged. Kérdezte. Az ajtó félfának támaszkodott, és csípőre tette a kezét. Úgy, ahogy az utcalányok szokták a 19. században, ködös éjszakákon, lámpaoszlopokhoz dőlve Párizsban vagy Londonban. Kívül mosolyogva, belül azonban rettegve a bármikor felbukkanható hasfelmetszőrektől. Természetesen, hölgyem álltam félre az ajtóból. Láttam, hogy nagyot nyel, és ettől valahogy megbicsaklott a mosolya. Hóna alatt egy üveg bort szorongatott, s amint bejebb jött, felém nyújtotta. Ezt magának hoztam, mondta. Elvettem tőle az üveget, és intettem, hogy foglaljon helyet az egyik karosségben. Köszönöm viccen tettem, és én is megeresztettem egy futó mosolyt. Mivel érdemeltem ki? Még egyet nyelt. Jó nagyot. Hát, megmentette az életemet. Csak egy kis semmiség volt, mondtam. Nem kellett volna költségekbe vörni magát emiatt. Ugyan már, hiszen Domingos. Gyorsan a szája elé kapta a kezét. Aztán lehajtotta a fejét, mintha nem is ő mondta volna ki, amit kimondott. Nekem viszont ennyi is elég volt ahhoz, hogy immár világosan lássak mindent. Kivettem egy kis szekrénykéből két poharat, felbontottam az üveget és töltöttem belőle a poharakba. Kellemes volt az ital hőmérséklete, érezni lehetett rajta, hogy hűvös pincében tárolták. Hát akkor ígyunk arra, hogy élve megúztuk a tegnapi kalandot, mondtam. És magára, amiért megmentett. Ittunk. Aztán letettük a poharakat. Domingóz küldte. Kérdeztem. Úgy meghökkent, hogy majdnem leverte a kalapját a fejéről. Jaj, de hogy tiltakozott. Én magamtól. Csak néztem rá szótlanul. Ahogy néztem, mintha lehullott volna róla a csomagolás, a hülye kalap, a szűk blúz és még a kalapnál is hülyébb rövidnadrág. Némi habozás után levette a fejéről a kalapot, és a falhoz vágta. Úgy lapult hozzá és úgy pattant le róla, mintha egy repülő csészeai vágódott volna egy felhő karcoló oldalának. Bocs mondta ezért a hülye szerelésért, de nem én akartam így. Domingos. Mit gondol? Ő küldte magát hozzám. Ki más? És ha nem küldte volna? De ő küldött, tért ki a válasz elől. Rám parancsolt, hogy bolondítsam magamba. Elég rövid ideig tartott a próbálkozása, mondtam. Istenem, de szégyellem magam. És nem is maradok tovább. Meg tud nekem bocsátani? Ment volna, de visszatartottam. Még egy pohárkával, oké. Okay. Ittunk még egy pohárkával. Nos. Kérdeztem. Mi hát a helyzet? Domingos el van keseredve, mondta. Valóban. Kérdeztem. Nem olyannak ismerem, aki a legkisebb nehézségnél már feladja. Most kicsit dozzog magában, és engem tart hibásnak. De miért? Mert nem jut semmire. Fogalma sincs róla, hogy mit lépjen. Elvállalt valamit nagy hebehúrgyán, és most kezdi belátni, hogy hibát követett el vele. Mondtam neki, hogy kérjen segítséget magától. És rám támadt, hogy maga ellenség, és aki az ellenségtől segítséget kér, az áruló. Azt mondta, hogy öltözzek úgy, hogy maga rám harapjon. Nem feltétlenül kell, szóval, nem feltétlenül kell egészen közel kerülnöm magához, csak az a fontos, hogy hitegessem, és közben szegjem ki magából a múmiák rejtek helyét. Természetesen nincs szándékomban a továbbiakban, szórakozni magával, inkább hazamegyek, és feladom ezt a hülyeséget, aminek úgy sincs semmi értelme. Olyan ez, mint a kalózok kincse. Nem volt annyi kalóz, és nem volt annyi kincs az emberiség történetében, mint amennyit már megpróbáltak megtalálni. Valószínű, hogy ezek a szerzetesek nem is léteznek. Tudom, hogy keletteli van mesével. A szerzetesek léteznek, mondtam. Úgy meghökkent, hogy majd felborította a poharát. Lé, teznek. Léteznek. Hát ez, meglepő. És most mit akar csinálni? Kinevezem magát postásnak, mondtam. Ezt, nem értem. Menjen vissza Domingoshoz, és jelentse neki büszkén, hogy sikerült magába bolondítania engem. Kérem, ha lehetne, ezt ne. Mondja csak neki nyugodtan. Tegye azt is hozzá, hogy egy tarpaling nevű kolostorba készülök. Kissé nehezen tudom megjegyezni. Felírom magának egy papírra. És ott, mit akar csinálni? Megkeresem az egyik szerzetest. Melyiket? Honnan tudjam? Kérdeztem. A három közül valamelyik ott rejtőzik egy barlangban. Nem akar becsapni. Miért akarnám? Elvégre vetélytársak vagyunk. Marad még nekem is múmia. Emmerdermotnak meg kell elégednie egyel. De Domingos nem elégszik meg vele. Tudom bólintottam. A többit is meg akarja szerezni. Ezt is tudom. Add még egy pohárkával. Kiöntöttem a maradékot az üvegből. Szíverősítőnek kell mentegetőzött. Átkozom magam azért a pillanatért, amikor elvállaltam ezt az egészet. Meg kellett volna maradnom a saját múmiáimnál. És pedig... A perui múmiákat leltározom és dolgozom fel. Az az én igazi szakterületem. Ezek az itteniek már előre rémülettel töltenek el. Mondtam már, hogy legszívesebben hazamennék. És tudja, mi a legborzasztóbb az egészben? Nami. Kérdeztem. Az, hogy hazudoznom kell. Hazudnom kellett magának, hogy, szóval, tudja, és most hazudnom kell Domingosnak, hogy maga belém bolondult. Pedig én gyűlölök hazudni, és nem is gondoltam, hogy fogok, és erre már jó sokszor ráfáztam. Egyszer volt egy kapcsolatom, nagyon jól indult, de aztán, amikor ő, tudja, hazugságon kaptam, majd nem elhánytam magam, és akkor vége lett. És most nekem kell hazudnom. Én ezt nem fogom kibírni. 36. A vacsoránál, akarva akaratlan, és ésmét csak összetalálkoztam Domingossal. Láthatóan fel volt dobva. Egyedül ücsörgött egy asztalnál, és néha-néha jót mosolygott magában. Mivel nem láttam szabad helyet, odaültem hozzá. Szabad ez a hely? Kérdeztem. Nem mondta. Várok valakit. Leültem a székre. Rám nézett, megpödörgette a bajuszát, de nem tett megjegyzést. Haragszik még rám? Kérdeztem. Én nem beszélgetek magával, mondta. Maga nekem üvegből van. Különben mondom, hogy várok valakit. Éppen eltakarja előlem a kilátást. Van egy fontos információm, mondtam. Csend. Az ön számára. Csend. Azt hiszem, feladom a versenyt, mondtam. Nem versenyzek magával. Erre azért felragyogott a szeme. Valóban. Na és mi lesz a világ Vissza Visszamegyek Londonba. Fogalmam sincs róla ugyanis, hogy hol lehetnek a múmiák. Tényleg nincs. Tényleg nincs. És ha azt mondanám, hogy nekem van. Nem hinném el. Áthajolt az asztal felett és a képen nevetett. Tudja, mi a baja magának? Kérdezte. Az, hogy nem képes ellenállni a nőknek. És hogy pocsékul hazudik. Felállt, és anélkül, hogy elköszönt volna vagy ételt rendelt volna, felment az emeletre. Nem tudtam, hogy a saját szobájába megye, vagy Miss Palmert látogatja meg. A saját szobájába ment. Ezt onnan tudtam, hogy nem sokkal később egyedül jött vissza. Tompa volt a tekintete, rogyadoztak a lábai, s még a bajusza is úgy lógott, mint a meglőtt madárszárnya. Oda botorkált az asztalunkhoz, majd vissza az elhagyott székére. Láttam rajta, hogy történt vele valami. Még hozzá nem is jelentéktelen dolog nem úgy nézett ki, mintha azért jött volna vissza, mert éppen takarítanak nála. Valami baj van. Kérdeztem. Éreztem, hogy hideg bizsergeti meg a hátamat. Van mondta, és nagyot harapott a levegőből. Mintha sürgősen pótadag oxigénre lett volna szüksége. Hé! Szóljon már, ember! Kiáltottam rá. Mi az ördög történt magával? Felemelte a mutató ujját és a mennyezetre bökött ott. Mondta. Felnéztem a mennyezetre. Néhány ventilátoron és a lapátjaikhoz ragadt döglött légyen, valamint egy kíváncsi kívül semmit nem láttam odafent. Aztán rájöttem, hogy a szobája felé mutogat. Vagy Miss Palmer szobája felé. Hol ott? Kérdeztem, hogy megbizonyosodjak róla, valóban ott van-e baj, ahol gondolom. A szobámban mondta. Mi van a szobájában? Türelmetlenkedtem készen rá, hogy ha szükséges, azonnal felpattanjak. Szükséges volt. Egy, szerzetes morogta Domingos. És. Kérdeztem, pedig sejtettem, hogy nem is kellene megkérdeznem. Halott mondta Domingos. 37. A szerzetes valóban halott volt. Nagyon is az. A szőnyegen feküdt Domingos előszobájában, karjait széttárva, mintha a szőnyeget akarná óvni a tolvajoktól. A hátán feküdt, melléből akkora kés állt ki, hogy mahetének is elment volna. Utoljára Tibetben láttam ilyen kést, egy kolostorban, de ott is ritkaságnak számított. Nem is emlékezett rá senki, hogyan került oda. És arra sem tudott választ adni senki, hogy mit csinálhattak régen egy ekkora késsel. Talán rituális eszköz lehetett, amely réges rég kikopott a gyakorlatból. Sajnos nagyon keveset tudunk a lámavallás korai rítusairól. A szerzetes melléből egy ilyen kés állt ki, vére itt-ott megsötétítette vörös palástját. Főleg a Mel környékén. Szeme már üveges volt és a mennyezetre merett. Domingos szobájának a plafonján azonban nem volt semmi érdekes, amit szemrevételezhetett volna. Sem döglött légy, sem élő gekkó. Domingos szobájának a mennyezetén csak egy ventilátor forgott, unottan kavargatva a levegőt. Őt nem érdekelte a halott szerzetes. A szerzetes félretaposott taposott sarkó szandált viselt a lábán, olvasó füzért a nyakában, mintha imádkozás közben kapta volna a kést a szívébe. Nem is kellett anyaki ütő erére tennem az ujjam, hogy lássam, úgy kiröppent belőle az élet, mint a madár a fészkéből, ha veszélyt sejt felkúszni a fatörzsön. Például egy kígyó -ké képében. Ne nyúljon semmihez fordultam Domingoshoz. De hogy nyúlok nyögte. Semmi kedvem hozzá. Az ajtóhoz mentem, és megvizsgáltam az árját. Nem láttam rajta sérülést. Úgy tűnt, hogy aki bejött, és megölte a szerzetest, nem erőszakolta meg az ajtót. Ismeri? Kérdeztem a lámára bökve. De hogy ismerem? Tiltakozott. Most látom életemben először, de most is minek? Ahhoz képest, hogy milyen remeti állapotban volt, amikor visszatántorgott hozzám az étterembe, lassan kezdte összeszedni magát. Biztos, hogy nem volt semmi dolga vele. Kérdeztem. Az Isten áldja meg magát, hát nem most mondtam, hogy most látom először. Feltételeztem, hogy igazat mond, bár teljesen biztos azért nem lehettem benne. Mennyi ideig volt távol a szobájától? Hát úgy, fél óráig. Tovább is lent akartam maradni, de aztán, korábban feljöttem. És még csak nem is ettem semmit. Maga alaposan elvette az étvágyamat. Nem akartam folytatni a vitát, ezért félrehajoltam a felém szálló nyílvessző elől. Hát ha Miss Palmer ismeri. Ugyan honnan ismerné? Miss Palmer, nem ismer szerzeteseket. Ha ismerne, tudnék róla. Van valami ötlete, hogy mit kereshetett az ön szobájában? Nincs. Ha csak nem maga küldte hozzám. Miért küldtem volna? Nehéz eligazodni a maga észjárásán. Mindig tartogat valami meglepetést. Körülnéztem a szobában, de semmi különöset nem láttam a halott szerzetesen kívül. Nem volt felforgatva, és az sem látszott, hogy ha mégis felforgatták volna, utána rendbe rakták. Az elsietett rendberakás után ugyanis többnyire marad valami árulkodó nyom, amelyen a nyomozás elindulhat. Most, mit csináljak? Kérdezte Domingos, megfeledkezve róla, hogy milyen viszonyban vagyunk egymással. Hívja fel a rendőrséget, mondtam. 38. Kabir lel felügyelő csak késő este tette tiszteletét nálam. Ezúttal sem egyedül jött, egy alacsony, vörös orrú, hordóhasú férfi kísérte. Látszott rajta, hogy jól főznek a rendőrség konyháján. Hát megint itt vagyok, jelentette ki Kabir lel, miközben helyet foglalt velem szemben a karossékeim egyikében. Mondanám, hogy örvendek neki, de most alig ha venné komolyan sóhajtottam. Hát, valóban nem. Bárki tudja. Az az igazság, hogy kezdek már torkig lenni ezzel a szállodával. Valahányszor elmegyek, majd visszatérek, mindig egy újabb gyilkosság miatt térek vissza. Már a hányadik is. Ha jól számolom, a harmadik mondtam. Nem tartja egy kicsit soknak. Már egy is sok. A kövér zsaru bólintott. Jelezve ezzel, hogy egyet ért velem, egy gyilkosság is sok, nemhogy három. Látta a halottat? Kérdezte Kabillel. Láttam. De Kárvaló Száhib szerint nem ismeri. Nem ismerem, bólintottam. Pedig maga sok szerzetest ismer. Őt nem ismerem. Nem is látta valahol. Nem emlékszem rá. Hanem, hát nem tárta szét a karját. Jól elintézték, mi. Jól. Látta a kést is, amivel meggyilkolták. Maga szerint mi a fenére használhatták? Kard ez, vagy micsoda? Mondtam neki, hogy nem tudom. Láttam már ilyet, de senki sem tudta meghatározni az eredeti funkcióját. Még Tibetben sem. Ekkor hirtelen az eszembe villant valami. Hiszen tudom én, hogy micsoda. Sera Brimpoche annak idején elmagyarázta a jelentését. Hiába, az a néhány év, amely elmúlt azóta. Hogy is felejthettem el? Darabolók és mondtam. Erre kicsit meghökkent. Az meg mi? Maga nem ismeri a láma vallást, ugye? Őszintén szólva még a saját vallásomat sem ismerem elég jól. Akkor a csödről se hallott. Nem jellemző. Elmondtam neki, hogy a csöd egy régi szertartás, amelyet a temetőkben bonyolítanak le. Lehetőleg éjszaka. Erről részletesebben a csöd című könyvemben emlékeztem meg. A haldokló szerzetes persze laikus is lehet az illető, pásztor vagy földműves, mielőtt meghalna, felajálja a húsát az istenek és a buddhista tentőrző démonok számára. Amikor aztán vége szakad e világi létének, kiviszik a testét a temetőbe, ahol az erre kiképzett szerzetesek feldarabolják és felajálják az isteneknek. Ők aztán el is fogyasztják. Maga már látott ilyet. Kérdezte megtörölgetve az arcát. Erre a kövér zsaru is megtörölgette a sajátját. Láttam, bólintottam. Na ne mondja vágott hitetlenkedő képet. Maga látta, amint az istenek vagy démonok leereszkedtek az égből és felfalták a halottat. Láttam. Csak nem úgy, ahogy maga elképzeli. A természet feletti lények nem a saját alakjukban érkeztek a halotti torra, hanem egyéb formákat vettek fel. Ez a szabály. Miféle formákról beszél? például egy részük kóbor kutyák és sakálok alakjában érkezett. Az égen pedig kesejűkében. Ezek szerint ezek, átváltozott izék voltak. A szerzetesek ezt állítják. Kabil el megvakargatta a turbányán keresztül a feje ját. Tehát a kés egy ilyen daraboló kés. Maga szerint jelent ez valamit. Fogalmam sincs róla feleltem. És nem is volt. A maga kollégája, de Kárváló Száhib sem tudja, hogy miért éppen ezzel öltek. Ő állítólag semmit sem tud. Nem ismerte a szerzetest, nem tudja, mire való a kés, néha az volt az érzésem, hogy még az anyja nevét sem tudja. Rendesen ki van akadva, de azért nem annyira, mint a barátnője. Ő teljesen oda van. Mindig így ki szokott borulni, ha halottat lát. Fogalmam sincs róla vontam meg a vállam. Ha jól tudom, múmiákkal foglalkozik, ez pedig azt jelenti, hogy meg kellett szoknia a halottak látványát. Azért a múmiák és a frissen meggyilkolt emberek látványa nem ugyanaz ellenkezett. Tehát maga azt állítja, hogy nincs semmi köze a halotthoz. Semmi bólintottam. Miért is lenne? lel erre úgy tette össze a kezét, mintha imádkozni akarna. Hogy miért is lenne? Istenem, Emmer Lorenz, még kérdezi. Az étteremben többször is magára lőttek, maga üldözni kezdett egy kék száris nőt, vérbe fagyva rohant a nő után, beleesett egy aknába, és majdnem belehalt. Ja, és hogy el ne felejtsem, Miss Palmer is ott loholt a maga nyomában. Ez nem elég. Mondja, Emmer Lawrence, miben mesterkednek maguk? És miért védi magát Bagvara államtitkár? titkár? Jogomban áll hallgatni. Kérdeztem. Kabir lelegyintett egyet persze. De csak addig, amíg rá nem bizonyítok magára néhány gyilkosságot. Felállt, és a kövér zsaruval a nyomában kirobogott az ajtón. 39. Miss Palmer valóban tökéletesen ki volt borulva. Két akkora karika volt a szeme alatt, mint kis túlzással élve egy régebbi típusú kis autó, mondjuk, egy maruti gumia. És megközelítőleg olyan fekete is volt kettő. Sírás nyomát azonban nem láttam az arcán. Lehet, hogy kifogytak a könnyei. Alig, hogy beengedtem a szobámba, már is körbefutott a tekintete, mintha ő is döglött legyeket keresne a falon. Van valami innivalója? Kérdezte. A megfelelő szekrénykéhez léptem, és kivettem belőle egy narancslével teli flakont. Itt arról beszélek, mondta nyomatékosan. Ekkor a szoba sarkába helyezett úti táskámhoz mentem, és kihúztam belőle egy lapos üvegviszkit. Bólintott, elvette tőlem, és ő maga csavarta le a kupakját. Elég szakszerűen csinálta ahhoz, hogy meggyőződjek róla, van benne gyakorlata. Meghúzta az üveget, aztán felém nyújtotta. Mivel ő sem bajlódott poharakkal, én sem bajlódtam velük. Látta. Kérdezte. Láttam, bólintottam. Ki csoda az illető? Nem ismerem. Biztos ebben. Hogy ne lennék az. Van egy ötletem, hogy miért ölték meg, mondta. Kivele. Biztattam. Domingost nem sokkal a gyilkosság előtt felhívta valaki. Annyira megörült, hogy majdnem táncra perdült tőle. Maga ezt honnan tudja? A szobájában voltam. Hm. Kikérem magamnak a gyanúsítást. Hiszen nem mondtam semmit. De gondolt. Szóval, amikor a valaki felhívta, és talán csak néhány szót mondhatott a készülékbe, azonnal berohant a fürdőszobájába. Nyilván azért, hogy ne halljam, miről beszélnek. Amikor kijött, elégedetten dörzsölgette a tenyerét. Még a telefonját is bent hagyta a fürdőszobában. Közölte velem, hogy ma nem vacsorázunk együtt. Látogatót fogad. Együtt vacsoráznak, majd lehet, hogy elmegy valahova a látogatójával ami engem illet, szabad vagyok, azt csinálok, amit akarok, csak magával ne álljak szóba. Lömönt vacsorázni, ám aztán valaki elvette tőle a kedvét. Rám céloz. Amikor nem sikerült lerázni a magát, felment a szobájába. És ott találta a szerzetest holtan. Arra gondolok, hogy vele beszélhetett meg randevút. Be kellett látnom, hogy Miss Palmer igen csak helyesen következtet. Valószínűleg az étteremben kellett volna találkozniuk, de mivel nem sikerült leráznia engem, dühösen felrobogott a szobájába. No, de mi történt a szerzetessel? Észrevette magát, és Domingost is. Ki ült szemben az étterem bejáratával? Ő vagy ön? Domingos mondtam némi a csavargatás után. Akkor Domingos is észrevette őt. Intett neki, hogy ne menjen oda magukhoz, hanem menjen fel a szobájába. Kulcs nélkül. Kérdeztem. Látja ezeket az árakat. Ide még nem ért el a kártya. Ezeket akár egy jól idomított kutya is ki tudná nyitni. Tehát ön szerint a szerzetes kinyitotta az árat, bement Domingos szobájába, és... Ott megölték, mondta Miss Palmer. Egy rohadt nagy késsel. Vajon kiölhette meg? Töprengtem hangosan. Domingosra gondol. Maga ismeri, nem én. Kizárt dolog nevettem el magam, mégpedig nem jó kedvemből. Domingos tisztességes ember, csak olyan, amilyen. Képtelen lenne bárkit is megölni. Miss Palmer vett egy mély lélegzetet. Talán megtudott valamit a szerzetestől. Valamit, ami igen fontos számára. Nem akarta, hogy más is megtudja, ezért inkább megölte. Bocsánat, hogy így beszélek a barátjáról, de én már úgy is hamarosan elmegyek innen a fenébe. Maradjon itt, amíg visszajövök kértem. Beszélni akarok Domingossal. De nem tudtam beszélni vele. Domingos de Carvaló barátomat nem találtam a szobájában. És nem találtam sehol. Sem azon a napon, sem a következőn. Domingos úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. 40. Emmer Kerintön hangja feszülten vibrált a telefonban. Nos, csak érdeklődnék, hogy mi a helyzet, Emmer Lorenz. Keresem a múmiákat, mondtam. Maga szerint hogy áll a helyzet? Biztatóan. Én nem így látom, mondta. Magának segítségre lenne szüksége. Még csak ez hiányzott volna. Hogy Kerintön a nyakamba akasszon valakit. Azt hiszem, téved, Emmer Kerintön tiltakoztam nincs szükségem senki segítségére. Néhány nap még, és megkapja. Az ördögbe is. Dühöttem meg. Tényleg nincs szükségem senkire. Különben ki a fenére gondol. Emmer Kerintön megköszörülte a torkát. Saját magamra mondta. Ettől aztán tényleg kiakadtam. Még csak az hiányozna, hogy a nyakamba vegyek valakit, aki mindeddig csupán annyit tudott a Himalájáról, hogy egy különösen nagyra nőtt fagylalt gombóc. Nincs tapasztalata a hegyi életben, s ha történne vele valami, a végén még engem hibáztatnának érte. Az élet már csak olyan, hogy ha nem egészen tisztázott körülmények között hal meg valaki, mindig akadnak, akik rá akarják kenni egyik ismerősére a tragédiát. Maga nem tudja, mit beszél sóhajtottam. Már miért ne tudnám? Órákig mesélhetnék magának a Himalájáról. Kíváncsian meg is fogom hallgatni. Bár azért, valamennyit én is tudok róla. Például, hogy a tetején ritka a levegő. Ez is valami. Bár jobban örülnék, ha megbízna bennem, és lemondana a tervéről. Ez már nem megy sajnálkozott. Akkor se menne, ha valóban meggondolnám magam. Eldicsekedtem a vezető munkatársaimnak, hogy himalájai túrára megyek, mit szólnának hozzá, ha most hirtelen csak úgy visszalépnék. Földig rombolnám a tekintélyemet. Találjon ki valami ürügyet, hogy megtehesse. Nem. Magával megyek. Elhatároztam, hogy ebben a kérdésben nem engedek. Lesz, ami lesz, a sarkamra állok, és. Különben is, azt hiszem, magának szüksége lesz rám, mondta. Nem változott a hangszíne, ám én mégis megéreztem benne valamit. Mint ahogy a csipetnyi sót is meg lehet érezni egy nagy kondérlevesben. Kabir lelfelügyelő hm. Alig ha nem bosszút esküdött maga ellen. Megfagyott bennem a vér. Hát ez meghonnan tud Kabirla arról. Vannak ismerőseim magas körökben mondta. Akadnak néhányan, akiknek, hm, jó kocsiaik vannak, úgy értem, hogy jó drágák. Ezek többnyire ajándékkocsik. Tudja, hogy van ez? Naná, hogy tudtam. Nem voltak illúzióim a gazdaság és a politika összefonódásával kapcsolatban. Nos, Ezekhez a kocsikhoz időről időre új abroncsok kellenek. Egy-egy abroncs, hm, nem húsz centjük bekerülne. Éreztem, hogy egy pók ül valahol egy sarokban, és hálót esző körém. Sűrű, elszakíthatatlan hálót. Ekkor döbbentem rá, hogy ember Kerintön tulajdonképpen mire is hasonlít. Egy pókra. Egy hatalmas, embernagyságú pókra. Hosszú kezek, hosszú lábak, potrohi. Összerászkódtam, de nem volt sok időm rá, mert Emmer kerintön folytatta. Mint már említettem, Kabir lelvadászik magára. Tudja, miért? Miért? Sóhajtottam. Maga nem tudja, amit én tudok. Ezért is van magának szüksége rám. Maga semmit nem tud kabir Vagy igen. Nem tudom, miről van szó, mondtam. Kabir lel nem sokkal ezelőtt óriási bakot lőtt. Nem fontos, mivel a mi ügyünk szempontjából nincs jelentősége. Szóval, bakot lőtt, és ezzel alaposan megrendült a pozíciója. Ki is akarták rúgni a rendőrségtől, de végül sikerült a legrosszabbat megúsznia. Most pedig azon van, hogy kiköszörülje a csorbát. Értem, sóhajtottam. Maga a köszörükő mondta. Magát szemelte ki arra, hogy visszaszerezhesse legalább a tekintéje egy részét. Gyanítja, hogy maga valami nagy buliban sűrögforog, forog, és ha nyakon tudná csípni magát, talán megbocsátanának neki a minisztériumában. Ezért Kabir magára tette fel a jövőjét. Ez pedig, tudja, mit jelent? Sejtem. Már pedig magát csak egyetlen ember védi, egy bizonyos Bagvaradzs államtitkár. Ismeri. Látásból. Bagvaradzs maga jó ismerőse, amint hallom, és sok mindent megtenne magáért. És hogy ne áruljak zsákba macskát, azt is megmondom, miért. Maga egyszer nagy szolgálatot tett neki. Túszul ejtették a lányát, maga pedig anélkül szabadította ki, hogy egyetlen rópiát is fizetnie kellett volna érte. Így van. Nem láttam értelmét, hogy letagadjam. Így mondtam. Látszólag tehát minden rendben van. állam államtitkár, amíg él, hálás lesz magának. Csak hogy az a kérdés, vajon meddig áll majd hatalmában tartani a hátát magam miatt? Teszem azt, ha Bagvaradzs ereje egyik napról a másikra meggyengülne, Kabillel azonnal magára támadna, és magasítre kerülne. Ugyan miért? Számolja csak össze, hány gyilkosság történt az elmúlt tíz napban néhány méternyire magától. Meghalt egy ember az ebédlőben, különben egy magas rangú katonatisztveje volt az illető, meghalt egy rendőr, és meghalt egy szerzetes is. Lehet, hogy többen is meghaltak, csak még nem tudok róla. Mit gondol, elég ez ahhoz, hogy magát börtönbe csukják? Átatlan vagyok, mondtam. Persze, hogy az. Ezt én tudom a legjobban. Csak, hogy ki fogja ezt elhinni magának? Látott már indiai börtönt belülről. Ha látott, akkor tudja, miről beszélek. Nem sok az esélye, hogy kikerüljön belőle élve. Esetleg egy őrült rabétiársa megtámadja magát, és megöli. Ilyenek gyakran előfordulnak másút is, nem csak Indiában. Majd maga kihoz a sitről, mondtam. Elvégre magának dolgozom. Természetesen minden erőmmel azon lennék, hogy ezt megtegyem. De nem biztos, hogy sikerülne. Egy börtönben minden megtörténhet. Én a maga pajzsa vagyok, aki megvédelmezi. Ha ennyire biztos magában, miért van szüksége egyáltalán rám? Felmondom az egyeségünket, és lelépek. Úgy is várnak rám Londonban az egyetemen. Ó, oh, az egyetem, az várhat. Különben elárulok magának valamit. Jól ismerem a rektort. Nem titok, hogy jelentős összeggel járulok hozzá az egyetemem működéséhez. Majd szólok neki, hogy tolja meg egy kicsit a szabadságát. Be voltam kerítve, nem is vitás. olyan nyira körülárkolta azt a területet, amelyben mozogtam, hogy ha ki akartam törni belőle, számolnom kellett azzal, hogy esetleg gödörbe esem. Nincs méz, úsznom kell az árral. Legalábbis egyelőre. Meggyőzött, mondtam sóhajtva. Most éppen hol tartózkodik? Természetesen a tűz közelében, mondta. Itt, újdelhiben. Tudja, hogy itt tólálkodnak a kertek alatt Mr. Dermot emberei. Tudok róla, mondta. Két hülye. Az egyik a barátom, mondtam. Emer Domingos de Carvaló. Ezt is tudom. Nem szeretném, ha baja esne. Furcsa megrökönyödést éreztem a hangjában. Már miért esne baja? Kabil lelőt is elkaphatja. Nyugodjék meg, ha minden rendben lesz magával, neki sem esik bántódása. És a lánynak sem. Erre szavamat adom. Különben is, nem akarok én ártani senkinek, csupán a múmiákat szeretném megtalálni. Maga pontosan ismeri a helyeket, ahol rejtőznek. Még nem mondtam. Bár, van bizonyos elképzelésem róla. Részletesebben. Az egyiket már meg is találtam. Tudom, hol van. Csak oda kell menni érte. Mondja meg konkrétan, hol van az a hely, mert csak úgy remegek az idegességtől. Hallott már egy tarpaling nevű kolostorról. De hogy hallottam? Hol az ördögben van az? Ladakban. Jézus Mária. Olyan messze. A repülőgép gyorsan odaviszi. Rendben mondta. Mikor indulunk? 41. Domingos eltűnését követően Miss Palmer is egyszerűen köddé vált. Hiába csengettem a szobáját, nem reagált rá. Már-már azt hittem, hogy ő is lelépett. Lehet, hogy tudott Domingo távozásáról, sőt talán meg is beszélte vele. Lehet, hogy csak engem akartak átverni. Hiába kopogtattam az ajtaján, nem válaszolt oda bentről senki. Lementem a recepcióra, hogy megérdeklődjem, itt lakik-e még egyáltalán. Itt lakott. Csak éppen szobát cserélt. Amíg az egyik recepciós megpróbált kapcsolatot teremteni vele telefonon, egy másik turbános fickó odajött hozzám, és tisztelet teljesen meghajolt előttem. Az igazgató száhib arra kéri önt, Lorenz száhib, részesítse abban a szerencsében, hogy néhány szót válthasson önnel. Hol találom meg az igazgató száhibot? Kérdeztem. Oda kísérem, száhib. Az igazgató irodája a földszinten volt akkora ajtó nyílott a lakosztályára, mint a mennyország kapuja. Az igazgató sáhib alacsony, madárfejű emberke volt, inkább takarítónak nézett ki, mint igazgatónak. Lorenz száhib. Fogadott stadionnyi méretű szobájában. Örülök, hogy megismerhetem. Mosolygott, de azért nem látszott rajta felhőtlen öröm. Leültetett és gyümölcslével kínált. Közben egyfolytában mosolygott. Mivel neki is hosszú, Lelógó bajusza volt, domingosra emlékeztetett. Miután ittunk egy pohárka mangólevet, az igazgató a tárgyra tért. Ne értsen félre, Lorenz száhib kezdte, miközben hasára tette a két kezét és malmozni kezdett az ujjaival, megtiszteltetésnek veszem, hogy nálunk lakik, elvégre csak ritkán száll meg nálunk ilyen illusztrés vendég. Megörvendeztet a szavaival, száhib bókoltam. Az igazgató száhib bólintott. Csak hogy, akad azért ezzel kapcsolatban néhány apró kis, hogy úgy mondjam, kellemetlenség, de igazán csak akkora, mint egy bolha. Mutatta is két mutató ujjával, hogy mekkorára gondol. Valóban nem volt nagyobb egy bolhánál. Morogtam kíváncsian. Mi lenne ez a kis kellemetlenség, amely az én itt tartózkodásomhoz köthető? Az igazgató száhib még mindig mosolygott. Hát, néhány gyilkosság, száhib. Számomra is kellemetlen bólintottam. Ezt el is tudom képzelni. Csak hogy, azért beszélnünk kell róla. Hát akkor beszéljünk néztem jelentőség teljesen az órámra. Három gyilkosságot is elkövettek rövid idő alatt, s mind a három valamilyen módon önhöz kapcsolódik. Természetesen tisztában vagyok vele, hogy ön mindháromban ártatlan, a világért sem azért mondom, mintha kételkednék benne, csak hát a tények, azok tények. Ez a legutolsó, különösen borzalmas volt. Egy buddhista szerzetest megölni, mégis csak elképesztő dolog. Nem is vitás bólintottam. Az az igazság, hogy városszerte ezekről a kellemetlenségekről beszélnek, és a vendégek lassan elkerülik a szállónkat. Vannak ugyan néhányan, akik kifejezetten a borzalmakat keresik, és éppen ezért jönnek ide, hogy jót borzongjanak, ám ezek vannak kevesebben. Szóval, Emmer Lorenz, az igazgatósággal egyetértésben, meg szeretném kérdezni öntől, hogy mikor óhajt kiköltözni a szállóból. Még nem tudom, mondtam. De rövidesen kiköltözöm. Azt üzenem a igazgatóságnak, hogy rövid itt tartózkodásomba legfeljebb még egy gyilkosság fér bele, több semmiképpen sem. Az igazgató száhib felállt és sétálni kezdett a szobában. Az igazgatóság felhatalmazott mondta, hogy közöljem önnel, gyors kiköltözés esetén eltekint a számlája kifizetésétől. Az ön számlája ezennel rendezve van, ha még ma, legfeljebb holnap kiköltözik. És. De Carvalho száhib számlája is rendezve lesz ezzel. De hói. Hökkentem meg. Mi közöm nekem az ő számlájához? Azt állította, megbeszélte önnel, hogy a memszáhib és az ő számláját is önfizeti, Lorenz száhib. Azt mondta, hogy ön sokkal tartozik neki. De ismétlem, az ő számlája is rendezve lesz. Hát ennek örülök, mondtam. Memszáhib palmerrel különben is, baj van mondta. Éreztem, hogy felkúszik a lábam szárán a légkondicionáló hűvöse. Mi baj van vele? Kijelentette úgy érzi, hogy megőrül. Ez tulajdonképpen magánügy, mindenkinek joga van hozzá, hogy megőrüljön, de kérdem én, miért pont ebben a szállóban óhajt bedilizni? Azt mondta, hogy az agyára mennek a múmiák és a gyilkosságok. Nem is maradt a szobájában, hanem kénytelenek voltunk új szobát nyitni neki. Ezen kívül kibírhatatlanul viselkedik, össze-vissza dobálja a díszpárnákat, összevész a személyzettel, az egyik szobalányt meg akarta pofozni, a minibárt ellenőrző munkatársnak belerúgott a lábába, aztán összeesett és bebújt az ágyába. Kérem, száhib, feltétlenül vigye őt is magával. Mit tehettem, megígértem neki. 42. Miss Palmer nem engedett be magához, csak az ajtón át tárgyalhattunk. Nem engedem, hogy bejöjjön közölte velem reszkető hangon. Nem vagyok abban a helyzetben, hogy bárki is lásson. Én nem vagyok bárki mondtam. Nem számít. Egy nő nem mutatkozhat úgy egy férfi előtt, ahogy kinézek. Nem tudná gyorsan rendbe hozni magát. Éppen azt teszem. De így is szükségem lesz egy kis nyugalomra. Este felkeresem magát. Nem lehetne előbb. Nem. Sikította elkeseredetten. Nem érti, hogy nem. Most éppen mit csinál? Érdeklődtem. Megpróbálok meditálni. Ha hagynak. Próbálta már. Még nem, de hoztam magammal egy meditációs könyvet. A meditációt nem lehet egyik pillanatról a másikra elsajátítani. Azért megpróbálom. Különben éjszaka magánál alszom. Tessék. Hökkentem meg. Nem merek egyedül. Egyre csak a meggyilkolt szerzetes lebeg a szemem előtt. Próbálkoztam még egy kicsit, aztán feladtam. Nem érnék el vele semmit, ha megpróbálnék erővel betörni hozzá. Ezzel csak még jobban kikészíteném. Attól is féltem, hogy valami szamárságot csinál majd, ami miatt Kabir Néhány Néhányszor megpróbálkoztam még a telefonálással, de hiába csengettem a szobáját, nem vette fel a kagylót. Lesétáltam az étterembe is, hogy meggyőződjek róla, nem oda lent ne talán vacsorázik is, de nem találtam ott. Ezért kénytelen voltam egyedül bekapni valamit. Közben arra gondoltam, hogy felküldetek a szobámba egy kosár gyümölcsöt és narancslevet, hogy ha bejön, megkínálhassam valamivel. Szemem sarkából láttam, hogy a felszolgálók mindegyre rajtam legeltetik a szemüket. Hiába, én voltam az első számú közellenség. Este 11 vártam, aztán úgy döntöttem, hogy lefekszem. Mégpedig az ágyamba. Ha nem gondolta meg magát, és mégis csak megjelenne, akkor is lesz időm át költözni a sezlonra. Ha csak nem óhajt egész éjszaka a halottakról beszélgetni velem. 11 körül el is szunnyadtam. Aztán egyszer csak arra riadtam, hogy erőteljesen kopogtatják odakint az ajtót. Felkeltem, kikapcsoltam a biztonsági láncot, és beeresztettem. Ő szintén szólva majd hanyattestem testem tőle. Miss Palmer öltözéke ezúttal semmiféle divatot nem követett. Nem volt mesztelen, sem félmesztelen, sem felöltözve. Hol volt már a szívdöglesztő rövid drág, a szűk blúz, a felhorzolt térdek? Úgy eltűntek, mintha hurrikán vitte volna el őket. Aki, vagy inkább, ami bejött a szobámba, az egy csador volt. Egy furcsa csador. Vagy a kuklux klan csukjája, csak éppen feketében. A különös ruhadarab éppen a bokájáig ért, úgy eltakarta, mintha zsákba bújt volna. Csak két apró lyuk és egy villogó szempár jelezte, hogy nem egy üres csador jött be hozzám látogatóba. Eresszen már be. Türelmetlenkedett. A hangja Miss Palmeré volt, nem is vitás. Csak mintha kicsit karcosabb lett volna a megszokottnál. Maga az. Kérdeztem. Miért? Kire gondol? hogy a nagymamámat küldtem be magam helyett. Ahhoz képest, hogy nemrég még ki volt ütve, nem hallom magán a nagy rémületet. Gyorsan regenerálódom. Különben van egy kicsi lázam, azért ilyen a hangom. Akármilyen is volt, mégiscsak Miss Palmer hangja volt. Finoman elsassézott mellettem. Ahogy a karossékek felé lépkedett, icipicit hozzám ért. Mintha villamos áram ütött volna meg. A csodora testéhez tapadt kénytelen voltam néhány rövid másodpercre lehunyni a szemem. Belehuppant egy karosségbe, és maga alá húzta a lábát. Mire fel ez a maskara? Kérdeztem a csadorra bökve. Még kérdi. Kérdezte. Akármennyire is nem mutatom, be vagyok tojva. Na és ezen segít a csador. Persze hogy segít. Ki tudja, ki van alatta. Itt nyugodtan levetheti. Az a helyzet, hogy túl könnyen vagyok öltözve ismét csak lehúnytam a szemem. És, mibe? Mi a fene köze van magának ahhoz, hogy mi van a csadorom alatt? Különben még mindig kivagyok egy kicsit. Sajog minden tagom. És az idegeim is. Leszeretnék feküdni. Jól van, sóhajtottam. Ismeri a járást. Tudja, hol a fürdőszoba. Én közben majd átköltözöm a sezlonra. Azt már nem mondta. Nem akarok kellemetlenséget okozni magának. Elég nagy az ágya, ketten is elférünk rajta. Nem akartam hinni a fülemnek. Maga, egy ágyban akar aludni velem. Miért ne? Kérdezte. Mi a különbség az ágy egyik fele és a sezlon között? Csupán néhány lépés. Éreztem, hogy nem stimmel nála valami. Ahhoz képest, hogy eddig mennyire visszahúzódó volt, túlságosan is gyorsnak tűnt az átalakulása. Biztos, hogy ezt akarja. Kérdeztem hitetlenkedve. Persze, hogy biztos felelte. Különben is, mi van ebben rossz? Maga az egyik felén, én pedig a másikon. Ne legyen már gyerek. Egyáltalán nem voltam az. Csak éppen nem akartam hinni a fülemnek. Nem gondolhattam másra, mint hogy ennyire sokkolták az elmúlt események. Nagyon fél. Kérdeztem együttérzőn. Persze, hogy félek mondta. Ezért maradok itt magánál. Ha nem egyezik bele, kiugrom az ablakon. Ezt aztán végképp nem akarhattam. Ahogy óhajtja, adtam meg magam. Direkt számomra készítette ezt az izét. Így van, bólintott. Honnan szerezte hozzá az anyagot? A raktárból mondta. Raktárból. A szálloda raktárából. Hogy? Került oda. Jó, vicc, oda mentem. Elloptam egy végsejmet. Szükségtörvényt bent. Most már elégedett. Morogtam valamit. Őszintén szólva ez nem az elégedettség jele volt. Eddig még sosem fordult elő velem, hogy ha bejött valaki a szobámba éjszakára, úgy érkezett volna, mint a kuklux klan nagy sárkánya. Csak a csúcsos csukja hiányzott a fejéről. Le akarok feküdni szegezte le határozottan. Melyik a maga oldala? Elég volt a mai napból. Nem akarja mégis csak levetni ezt az izét. Adok magának helyette valami mást. Nem mondta ebben maradok. És ha lehet, ne dühítsen fel, mert visítani fogok. Elképzeltem magamban a jelenetet, és gyorsan visszavonulót fújtam. Vajon mi lenne, ha ebben a lehetetlen öltözékben végig rohanna a folyosón, miközben azt sikoltozná, hogy meg akartam gyilkolni. Még belegondolni is rossz. Akkor hát, melyik oldalt választja? Az ablak felől itt mondta. Mindig azt választom. Mindig ne forgassa ki a szavaimat, nagyon kérem. Nem arról van szó, amire maga gondol. Nem gondolok én semmire védekeztem. Jó éjszakát, Miss Palmer. Úgy csusszant be a takaró alá, mint egy kígyó. Sima volt a mozgása, szemet gyönyörködtető. Rövid sóhaj kíséretében magam is bemáztam az ágyba. Közvetlenül ezután aztán már szemrehányást is tettem az isteneknek, amiért ismét kísértésbe vittek. Behújtam a szemem és megpróbáltam elaludni. Mivel egyáltalán nem voltam már álmos, az ősi módszerhez folyamodtam. Elképzeltem egy deszkapalánkot, amelyen jakok ugrálnak át. Fekete jakok, barna jakok, foltos jakok, mindenféle jakok. A jakok csak jöttek sorban, és átugráltak a palánkon. Némelyikük lába sajnálatos módon beleakadt, ilyenkor a jack átperdült az akadályon, lezuhant a földre, majd eltűnt a szemem elől. Már 500 jaknál tartottam, de még szemernyivel sem lettem álmosabb. Ekkor csoda történt. Természetesen nem érzékeltem, hogy mikor, de azért elszúnyadtam. Ezt onnan tudom, hogy egyszer csak felriadtam. Arra, hogy rázza valaki a vállam. Kinyitottam a szemem, és azonnal be is csuktam. Egy fekete állarcos alak könyökölt fölöttem, és a vállam rázta. Hé! Alszik! Már nem nyögtem. Történt valami. Megszomjaztam, mondta. Talál poharat az asztalon, és valószínűleg a fürdőszobát is megtalálja. Van minibár is. Hozzon nekem egy pohár narancslét. Megtenné. Morogtam valamit, és lemásztam az ágyról. A légkondicionáló halkan zűm mögött. Langyos hullámok futottak át a szobán és körém tekeredtek. Öntöttem egy pohár narancslét és odavittem neki. Megfelelő lesz így. Az életemet mentette meg vele, mondta. Becsuktam a szemem. már nehezebb volt, de még mindig sikerült megidéznem a palánkot. A jakok is nehezebben jelentek meg, mintha unták volna az ugrálást. De azért csak előjöttek. Mondanom sem kell, hogy megismétlődött a korábbi jelenet. Valaki a vállamat rázta, én kinyitottam a szemem, Miss Palmer ott térdelt felettem a csadorjában, és csupa bocsánatkérés volt a hangja, amikor megszólalt. Már megint, elaludt. Már megint megpróbáltam feleltem. Hozna nekem egy pohár gyümölcslevet. Tudja, hol van mondtam, miközben éreztem, hogy lassan kezd felmenni bennem a pumpa. Persze, hogy tudom. De nem merek, oda menni. Hogy, hogy, nem mer. Mert nincs rajtam papucs. Hol a papucsa? Mindeddig észre sem vettem, hogy van-e a lábán valami. Véletlenül berúgtam az ágy alá. Papucs nélkül nem talál oda az asztalhoz. Nem arról van szó. Oda találnék, de nem merek lemászni az ágyról. De hát mitől fél? Az egerektől mondta. Itt nincsenek egerek próbáltam megnyugtatni. Ez egy előkelő szálloda. Itt nem fordulhatnak elő rákcsálók. És ha mégis. Nem fordulnak elő, ha mondom. És ha téved. Nem tévedek. Oké. De nekem már az is elég ha azt képzelem, hogy egerek futkosnak a padlón. Még akkor is kikészülök tőlük, ha biztos vagyok benne, hogy tényleg nincsenek. Már a tudat is lebénít, ha arra gondolok, hogy mi lenne, ha mégis csak lennének. Lassan kezdett meghűlni bennem a vér. Kezdtem biztos lenni benne, hogy Miss Palmer bedilizett. Már önmagában véve az öltözéke is arról árulkodik, hogy nincs egészen magánál. Elmegy a raktárba, sejmet lop, Csadort csinál belőle, magára húzza, és tök mesztelenül eljön hozzám aludni. Már ez sem normális dolog. Most pedig a nem létező egerek. Miért fél annyira az egerektől? Kérdeztem. Az anyám is nagyon félt tőlük. Tőle örököltem. Tudta, hogy koraszülött vagyok. Nem rökönyödtem meg. Nem tudtam. De ő szintén szólva. Elmesélem, hogy volt, mondta. Meghallgatja. Mi mást tehetnék? Akkor figyeljen! Az anyámnak még egy hónapja volt hátra velem, amikor észrevett a szobában egy egeret. El tudja ezt képzelni? Attól függ, hol laktak, mondtam. Az anyám úgy megijedt tőle, hogy nyomban megszült engem. Aztán ezt el is mesélte nekem. Persze, csak jóval később. Azt mondta, ez valami fóbia a családunkban. Morogtam valamit, lemásztam az ágyról, Teletöltöttem a poharát narancslével, és odavittem neki. Szépen megköszönte, kiitta, aztán hátradőlt az ágyon. Ez nagyon jó esett, mondta. Párnámra hajtottam a fejem és vártam a jakokat. Hiába vártam, nem jöttek. Jött viszont Miss Palmer. Az imént még el akartam mondani valamit suttogta a fülembe. Reggel is ráér hárítottam el az ajánlatát. Addigra lehet, hogy elfelejtem akkor mondja sóhajtottam. Egyéb ételől is félek, nem csak az egerektől. Tőlük talán még jobban. Mi és mik azok? Nem merem kimondani, mondta. Hogy, hogy nem meri. Mert attól tartok, hogy, ha kiejtem a nevüket, nyomban megjelennek. A csodába is, hát, mik azok? Attól tartottam, hogy az egerek fogytával mások is előkerülnek. Reggelig akár az állatvilág nagy lexikonát is felsorolhatja. Oda hajolhatok a füléhez. Hajoljon. Ahogy hajolt, hozzám simult a teste. Valóban nem volt a sejem ruhája alatt semmi. Vagy ha volt is, emberi érzékszervekkel alig ha volt érzékelhető. A denevé, rek. Suttogta. Éreztem, hogy a szájából kiáramló forró levegő megbirizgálja a fülemet. Kellemes fokrém szagúszott el mellettem a levegőben. Denevérek. Hökkentem meg. Itt. Jó, tudom, hogy ostobaság suttogta. De én mégis félek tőlük. A következő lépés az lehetett volna, hogy megpróbálja kiírtatni velem a nem létező egereket és denevéreket. Erre azonban nem került sor. Egyelőre. Olvastam egyszer egy papírusz tekercset, amely a denevérekről szólt. Kis tekercs volt, egy múmia szájában találtam. Szép álmokat, gyerekek mondtam. Hát. Kétség kívül nem kicsiknek való történet. Ne feremhet fáraóniről szólt. Hallott már róla? Soha biztosítottam. Állítólag hölgy volt. Úgy látszik, már az ókori Egyiptomban is voltak ilyenek. Miért ne lettek volna? kérdezte másítva. Na szóval, a fáraó megtudta, hogy a felesége kellemes órákat tölt a főminiszterével egy, a fővárostól távoli kis nyaralóban míg ő felsége az államügyekben mélyett el, a kedves neje egészen más irányú ügyekkel foglalatoskodott. Arra gondoltam, szólnom kellene neki, hogy ehhez a helyzethez, amiben vagyunk, nem illenek a pajzán történetek. Túl veszélyesek. A fáraónak azonban befújták a dolgot. Ő azonnal megbízott valakit, hogy nyírja ki a nejét. Bonyolította a helyzetet, hogy felesége apja az ország leggazdagabb embere volt, számos vazallussal rendelkezett, és a gyilkosság akár a Fáraó trónjába is kerülhetett volna. Ezért a Fáraónak óvatosan kellett eljárnia. És el is járt. Megbízottyával összefogatott egy csomó denevért, szerzett valami rohadtul erős mérget, és bekente vele a denevérek fogait. Érti? Értem bólintottam. Olyan borús lett a hangulatom, mint a vendégeké abban a kocsmában, ahol váratlanul már este tíz körül elfogyott a viszki. Amikor aztán legközelebb is összejött a pár, a bizalmi ember zsákba rakta a denevéreket, a szerelmes pár ablaka alá vitte a zsákot, kinyitotta a száját és kiengedte rajta őket. Azok pedig rémületükben, és mert nappal lévén, nem láttak rendesen, neki mentek a fáraónénak és a másiknak, és megharabdálták őket. Azóta félek a denevérektől. Ha akár egyet is meglátok belőlük, egyből a fáraó miájára gondolok. De itt biztosan nincsenek denevérek. Hát, maga tudja. Furcsa volt, hogy miután befejezte a szövegét, nem gurult vissza a helyére, hanem szorosan mellettem maradt. Lassan félálomféle, szürke félhomály szállt az agyamra. A legmélyén valahol ott lüktetett a gondolat, hogy amilyen gyorsan csak lehet, meg kell szabadulnom Miss Palmertől. Majd holnap, majd reggel. Éles sikoltásra riadtam. Mire észhez tértem, már olyan szorosan simult hozzám, hogy olyanok lehettünk, mint az ősi építészeti alkotások kőkockái. Még egy borotva pengét is nehéz lett volna közénk dugni. Mi a, mi történt? Így egészen magamhoz térni. De nevér! Suttogta a fülembe. De nevér! Hallja, hogy zümmög. A denevér nem zűmög, igyekeztem megnyugtatni. Hát ha az itteni denevérek zűmögnek. Maga mondta, hogy nem ismeri őket. Nem emlékeztem ugyan, hogy ilyet mondtam volna, de azért a lényeget tekintve igaza volt. Valóban nem ismertem az itteni denevéreket. Jézusom, biztosan van egy idebent. Várjon, megnézem. Még csak az kellene. Hogy egyedül maradjak akár egyetlen pillanatig is. Kérem, karoljon át. Úgy nem félek annyira. Mit tehettem, engedelmeskedtem. Miss Palmer a karjaimba bújt. Most már jobb suttogta. Most már biztonságban érzem magam. Valóban abban érezhette magát. Nagyon is. Ezt mi sem bizonyította jobban, mint hogy otthonosan fészkelődött, miközben mozgott a kezelába, mintha nem lenne kényelmes számára a fekhely. Ahogy motorgott, hogy is mondjam csak, valahogy rossz helyre tévedt a keze. Érdekes, hogy nem is próbálta korrigálni a mozdulatát. Mintha észre sem vette volna a tévedését. Így aztán kénytelen voltam figyelmeztetni rá. Nem gondolja, hogy valahogy másképpen kellene feküdnie. De hogy is mondta. Végre megtaláltam a tökéletes helyzetet. Azt hiszem, ez túl, tökéletes. Úgy gondolja. Nekem pont megfelelő. Így mi, most még megfelelőbb, most pedig, Hűha, már egészen megfelelő. Jól meggondolta. Kérdeztem. Naná, hogy, meggondoltam. Így aztán se egér, se denevér. Forduljon egy kicsit arrébb, így, most jó. Nehogy megmozduljon nekem. És ha, jön a denevér. Csak merje egy is ide tolni a pofáját. Nyögte. Csak merje, nem magának mondtam, te csak merd, édes, ne légy gyámoltalan. Most igazán jól érzem magam. Jó lenne így maradni még sokáig, és így is maradok, tudtam én, hogy hova kell jönnöm, ered fogni. Remélem, hogy ez az éjszaka lesz a világ leghosszabb éjszakája. 43. Amikor éreztem, hogy újra csak rázza valaki a vállam, kinyitottam a szemem. Az utcákon még a sötétség volt az úr, az ablakon át a túloldali mulató fényei kacsingattak ránk. Volt is miért kacsingatniuk. Miss Palmer a fülemhez hajolt és belesuttogta. Hogy vagy, egérvadász? Na mit gondolsz? Van egy problémám, mondta. Tudod, mint az űrutazásoknál. Houston, van egy kis problémánk. És az micsoda? Kérdeztem. Mégis van egy idebent. Micsoda? De nevér. Tóti, hogy van? Az előbb itt keringett a fejem körül. Hát ez kellemetlen, mondtam. Most mit akarsz csinálni? Először is oda bújok hozzád. Ott védve vagyok tőle. Meg is tette. Úgy oda tapad hozzám, mint a magnespora vasorú orrához. Emlékszel még rá, hogy nagyon-nagyon régen. Az nem nagyon-nagyon régen volt, hanem fél órával ezelőtt javítottam ki. Érdekes. Én úgy érzem, mintha már nagyon sok idő elmúlt volna azóta. Hamarosan itt a reggel figyelmeztettem. Akkor meg mire vársz? Suttogta. Nem biztos, hogy még egyszer lesz ilyen alkalom. Alkalom mindig van, csak meg kell keresni, mondtam. Különben is, mit szól majd hozzá Domingos? Köpök a barátodra, mondta. Nem volt valami szép tőle, de már nem volt időm tiltakozni. Nem vetnéd le most már azt az izét? Kérdeztem. Ha nem vedd le, akkor nem lesz. Esze ágában sem volt levetni. Én pedig nem támasztottam további feltételeket. Nem maradt rá időm. 44. Amikor felébredtem, valamivel több volt kilenc óránál. Felkapkodtam magamra a ruháimat, aztán lelifteztem az étterembe. Miss Palmer már ott ült, az óráját nézegetve. A körülményekhez képest friss volt és üde. Ha nem tudtam volna, amit tudtam, azt is gondolhattam volna, hogy végig aludta az éjszakát nem szokásom a másnapi bizalmaskodás, de ezúttal valahogy nem bírtam magammal, és csintottam. Hova tűnt a csadorod, Gördő? Kérdeztem. Miss Gördő Palmer szeme kerekre tágult. A csadorod ismételtem. Miss Palmer felhúzta a szemöldökét. Ezt, attól tartok, nem egészen értem. Ekkor szörnyű gyanú a szívembe. Bocsánat mondtam. Én egy csadorról beszélek. Az meg micsoda? amit a muzulmán nők viselnek. Illetve, amiről én beszélek, az csak ahhoz hasonló. Még mindig nem értem. Hogy töltötte az éjszakát? Tudakoltam óvatosan. Hát, nem valami jól felelte. Nyugtalanul aludtam. Mindenféle furcsa dolgok futkároztak a fejemben. Egerek. Mi csodák. Hökkent meg. Mi van magával ma reggel? Először is, úgy néz ki, mintha betették volna egy mosógépbe, és legalább egy órán át forgatták volna benne. Aztán hülyeségeket beszél össze-vissza. Egerekkel álmodott talán. Ez egy előkelő szálloda, ember, itt nincsenek egerek. És különben is, fütyülök rájuk. A barátom, tudja, szóval, kutatóorvos volt, és egerekkel kísérletezett. Amikor együtt voltunk még, Néha elleptek bennünket az egerek. Nekem aztán jöhetnek, ahányan vannak, nem félek tőlük. A denevérektől sem. Nem kedvelem őket, de általában nem félek semmiféle állattól. Most meg mi az ördögért lett ennyire ideges? Úgy látszik, magát is megviselték a gyilkosságok. Tegnap még én is nagyon kivoltam borulva, de úgy látszik, kezdem megszokni, hogy állandó életveszélyben élek akkor hát mesélje el szépen, mi a terve. Felmegyek a hegyek közé, ladakba mondtam. Felmegy. És én. Ez a probléma. Beszéltem ember Carringtonnal. Ő is fel akar menni. Azt hiszem, nem bízik eléggé bennem. Ott akar lenni, amikor megtalálom az első múmiát. Hogy lehet egyáltalán oda jutni? Hova is? Elmagyaráztam neki, hogy hol található tarpaling. Ladakban, India északi részén. Maga, hogy megy oda. Feltételezem, hogy ember repülőgépén. Megígérem, hogy ha oda jut valahogy, segítek magának legalább egyet megtalálni. Már csak az éjszakára való tekintettel is. Ismét furcsán nézett rám. Mi a fenéért emlegeti folyton az éjszakát? Mert említésre méltó volt. Csak nem sértődött meg miatta. Miért kellett volna megsértődnöm? Meggondoltam magam, mondta. Úgy döntöttem, hogy nem a menekülést választom, hanem a támadást. Tessék! Hökkentem meg. Bár valóban ki voltam akadva, és úgy gondoltam, nem tudnék elviselni egy éjszakát egyedül, később mégis felülbíráltam az álláspontomat. Úgy döntöttem, hogy nem menekülök. A szobámban alszom, és lesz, ami lesz. Ha megfutamodom, és mások védelmét keresem, annak nem lesz jó vége. Ekkor szörnyű gondolatom támadt. Szörnyű és hihetetlen. Mondja meg, de ő szintén van magának csadorja. Egyre gyanakróbban nézett rám. Mi az ördögöt akar maga a csadortól? Biztos, hogy a megfelelő szót használja. Mivel nem vagyok muzulmán. Maga nem járt az éjszaka a szobámban. De hogy jártam. Fakad ki. Hisz egy folytában arról beszélek, hogy nem jártam. Úgy gondoltam, lesz annyi bátorságom, hogy egyedül is megbirkózzam a félelmeimmel. Biztos látszott rajtam, hogy komoly viharok dúlnak a lelkemben, mert gyanakodva nézett rám. Mi az ördög van magával? Csak nem lesz rosszul. Furcsa a hangja, mondtam. Mintha kitisztult volna. A hangom. Vágott csodálkozó képet. Mi a fene bajabb van a hangommal? Nem érzek semmi különbséget a tegnapi hangom és a mai között. Ekkor már tisztában voltam mindennel. Nem Miss Palmer járt nálam az éjszaka. Miss Palmer legyőzte a félelmeit, és úgy döntött, hogy inkább marad a saját szobájában. Akkor viszont ki lehetett az, aki. Te jóságos ganésa. Felemeltem a fejem és a recepciós pult felé néztem. Ebben a pillanatban haladt el előtte valaki, egyenesen az utcára nyíló kiárat felé. A valaki egy kék száris nő volt. Megkövülve bámultam a jelenést. A száris nő megtorpant az ajtónál, és visszafordította a fejét. Egyenesen rám nézett, majd elégedett mosolyra húzódott az ajka. Felugrottam és ölesugrásokkal az ajtó felé igyekeztem. Éppen abban a pillanatban szállt be egy nagy, fekete kocsiba, amikor a kiárathoz értem. A becsukódó kocsi ajtó nyílásában még megpillanthattam titokzatos mosolyát. A kocsi elhúzott, én pedig ott maradtam az ajtó előtt. Vártam egy kicsit, talán arra, hogy a kocsi visszaforduljon, és felvegyen engem is az utasa mellé. A kocsi azonban nem fordult vissza. Langyos eső kezdett hullani az égből. Megvontam a vállam, és visszasétáltam az étterembe. 45. Délután beszéltem ember Carringtonnal. Amint beleszólt a készülékbe, azonnal megéreztem, hogy izgatott a hangja. Minden rendben van magával. Kérdezte. Tökéletesen mondtam. Hát magával. Úgy, szintén, bár egy kicsit ideges vagyok. Meg fog lepődni, de én is. Nálam ez már megszokott dolog, mondta. Ha nagy dobásra készülök, mindig elönt az adrenalin. pedig most nagy dobásra készülök. Valami azt sugdossa itt belül, hogy sikerrel járok. Megtalálom a három szerzetest akkor talán én felesleges is vagyok. Ellenkezőleg. Az jár a fejemben, milyen szerencsés is vagyok, hogy sikerült becserkésznem önt. Így együtt biztos a siker. Bár csak a proféta beszélne magából mondtam. Az az igazság, hogy van egy kis problémám. Miss Palmer. Mit szándékozik tenni vele kapcsolatban? Éppen ezen töröm a fejem. Csak nincs valami maguk között. Semmi mondtam. Legalábbis olyasmi nincs, amire maga gondol. Akkor mi a baj? Jókat szoktunk ebédelni. Én is szeretek jókat ebédelni, meg kell majd elégednie velem. Különben, ha jól vagyok informálva, akkor a maga barátja, Emmer Dekárvaló és ez a lánya, hin, vetétársam alkalmazotja. Maga meg az enyém. Csendben megkérdezem, hogy mi a fenéért törődik maga vele. Mert Dekárvaló lelépett. Anélkül, hogy szólt volna róla neki. Továbbra is azt kérdezem, hogy magának mi köze hozzá. Ha lelépett a pasas, hát lelépett. Magának nincs semmi nyugtalankodnivalója azzal a nővel kapcsolatban. Az még nem jutott az eszébe, hát ha Kemú az egész. Kemú. De Kárváló nem is lépett le. A lány pontosan tudja, hol van. Csak magát eteti. Miért etetne? Mert mondjuk, azt a feladatot kapta Dekarvalhótól, ő pedig Emmer Dermottól. Tud az a lány arról, hogy repülőgéppel megyünk, és pontosan hova. Nem lennék meglepve, ha megpróbálná keresztbe tenni maga előtt a lábát. Ebben a pillanatban felbukkant lelki szemeim előtt Miss Palmer mezítelen lába. Nyeltem egyet. Nem is lenne kifogásom ellene, ha megpróbálná keresztbe tenni előttem. Figyel rám, Lawrence. Persze, hogy figyelek. Csak azért mondom, mert már a második kérdésemet hagyja válasz nélkül. Bocsánat, csak elgondolkodtam egy kicsit. Tudja, hogy Mr. Dermot is itt van. Mr. Dermot. Hol? Indiában. Itt, új A Hiltonban. A szoba számát nem tudom. Valószínűleg átvette az operatív irányítást. Higgye el, hogy de Kárváló és a lány az ő utasításainak megfelelően jár el. Csak azért hívtam fel, hogy vigyázzon magára. Ha gyanús jeleket észlel maga körül, azonnal szóljon nekem. Nehogy kinyírják, mielőtt megtalálnánk a múmiákat. Majd vigyázok, ígértem. Holnap indulunk. Este csomagoljon össze. Most pedig. Várjon egy kicsit. Szakítottam félbe. Ismer maga egy balini nevű nőt? Balini. Habozott. Hát, őszintén szólva nem ugrik be semmi. Este elküldöm Mahendrát a cuccaiért. Sok cucca van. Két nagyobb táska. Mahendra majd rendezi a számláját is. Mondani akartam neki, hogy feleslegesen fárasztja magát Mahendra, mert a táskáim nem jelentenek problémát, a szállodaszámlát pedig már kifizette helyettem az igazgatóság. Ám mielőtt bármit is mondhattam volna, Emmer kerintön kikapcsolta a telefonját. 46. Mielőtt neki kezdtem volna a készülődésnek, felhívtam régi barátomat, hári morgant. Morgan csak a sokadik csengetésre szólt bele a készülékébe. Ki az már megint? Tudja maga, akárki, hogy hány óra van. Gőzöm sincs róla, hári mondtam. A hang, mintha kissé megenyhült volna. Te vagy az, leslie. -e? Hogy esmint? Nem tudnál később felhívni. Mennyivel később? Kérdeztem. Úgy két hónappal. Olyannyira be vagyok táblázva. Nem, kicsim, nem hazudozok össze-vissza, ez egy régi barátom, néha tréfálkozom vele, de ha üzletet ajánl, természetesen elfogadom. Nem utasítok vissza senkit, szívem, tudom, hogy már nem dönthetek egyedül. Jól vagy, Hári. Szakítottam félbe. Hát, jól mondta. A hangja sajnálatos módon nem erről árulkodott. Hol vagy most éppen? Az, ágyamban mondta. Hm és kivel beszélgetsz? Az izé, társammal. Neked társad is van. Hát, az az igazság, hogy már nem bírtam egyedül a hajtást, és összebutoroztam valakivel. Férfi vagy nő? Nem arhújj már, leslie. Nem, szívem, nem célozgat ő semmire, csak viccelődik. Igaz, Leslie. Hogy hívják a társadat, Hári? Rövid csend után egy kellemes ad szólt bele a készülékbe. Margónak, Sivi. Én vagyok a társa. Egy kasszám vagyunk Harivel, és ha megbízásod van számára, csak add elő nekem. Ne piszkálj, Hári, én majd lebonyolítom az üzletet, és ne sugdosd, hogy adjak kedvezményt neki, mert úgy sem adok. Az nem számít, hogy régi haver, az üzletben nincs haverság, és kedvezmény is csak ritkán. Azt ki kell érdemelni. Megrökönyödve bámultam a telefonomra. Nos, Szivi, miről is lenne szó? Két fickóról szeretnék információt mondtam. Imádom az ilyen melót mondta. Kikről lenne szó? Megmondtam, hogy kikről. Hűha mondta. Ez kicsit drága lesz. Mikorra kell, Szivi? Már tegnap is késő lett volna. Mondom, hogy imádom az ilyen melót. Beszélhetnék azért Harivel is. Sajnálom, cuki falat, de nem. Harinek korán kell elaludnia, mert holnap nagy meló vár rá. Követnie kell valakit, és tudod, milyen rohadt dolog az. Főleg, ha előtte jól kifárasztottam, háj háj háj. pedig itt ez történt. Szóval, Szivi, meg kell elégedned velem. Így aztán Harivel nem beszélhettem, de a feladatot azért kiosztottam. Reméltem, hogy ha megkapom a kérdéseimre a választ, okosabb leszek tőle. Persze az a kérdés, hogy megírje. Valaki egyszer azt mondta nekem, hogy jobb hülyén élni, mint okosan meghalni. Többet ér egy élő segédmunkás, mint egy halott egyetemi tanár. Így aztán ehhez igazodtam. 47. Amint a sofőr kitett a repülőtér előtt, s némi húzavona után megtaláltam a megfelelő kifutópályát, beszállhattam Emmer Kerintön gépébe. Emmer Carringtonon kívül öten tartózkodtak még a fedélzeten. Valamennyien Kerintön emberei, akik úgy lesték főnökük minden szavát, mint a kutyák a gazda asztaláról lepotyogó falatokat. Emmer Kerintön jó ideig le sem vette a füléről a telefonját, csak amikor levette, volt hajlandó szóba állni velem. Megismerkedett már a munkatársaimmal? Kérdezte. Még nem volt szerencsém feleltem mogorván. Az az úr ott Emmer Mahendra. Emmer Mahendra alacsony, kerek képű, vágott szemű fickó volt, annak ellenére, hogy hindú nevet viselt. Ő ott Gupta. Gupta ezzel szemben magas volt, hajlott orró és nagyfülű. Ő ott, hogy is hívják magát. Pali bő, száhib. Tényleg így hívják. Tényleg, száhib. Oké. Minden rendben. És maga? A kérdezett férfi európai volt, szőke, szálfa termetű. Kedsz, mondta mély hangon. Robert Kec. Hát persze bólintott Emmer kerintön. Emmer Ketsz. Önt ajánlotta Emmer Helövé. Engem, uram. Rendben van. Az ötödik egy nő volt. Szép, keleti arca volt, kisé előre ugró pofa és vágott szeme. Gópi vagyok, száhib. Nem mondtam nekik hogy nagyon örülök, mivel nem örültem egyiküknek sem. Olyannyira nem, hogy ezt azonnal meg is mondtam Charlingtonnak. Elhúztam a többiektől és a gép farok részébe tereltem. Amikor már úgy véltem, hogy a motorzúgástól nem hallhatja senki a beszélgetésünket, elkaptam az inge ujját, és lerántottam magam mellé egy ülésre. Erről nem volt szó, mondtam határozottan. Ők nem jöhetnek velünk. Miért ne jöhetnének? Kérdezte csodálkozást mémelve. Mert nem így állapodtunk meg. Nem emlékszem rá, hogy egyáltalán megállapodtunk volna a kísérőim létszámában. Nem gondoltam, hogy ennyi embert hoz magával. Mi szükség van rájuk? Kerintön megvonta a vállát. Felsorolhatnám egyenként is, de nem akarom terhelni vele. Emmerkedsz például a testőröm. Arra itt vagyok én. És ha elkóborol valahova. Ne feledje, önnek múmiákat kell keresnie, nem pedig engem dajkálni. Emmer profi, az ő dolga megvédeni. Az ördögbe is, kitől kellene megvédenie magát? Emmer kerintön felhúzta a szemöldökét. Hogy kitől? Természetesen Mr. Dermottól. Biztos benne, hogy tarpalingban lesz. Ebben biztos lehet maga is pontosan tudja, hogy én hova készülök, s alig ha tévedek, ha azt hiszem, hogy ezóta már ő is egy gép fedélzetén csücsül és éppen repül. Ez egyáltalán nem biztos. Emmer Kerintön atyáskodva a kezemre tette a kezét. Emmer Lorenz, hogy is mondjam csak, hogy ne nehezteljen meg rám. Olvastam a cikkeit, maga kétségtelenül nagy tudós, ugyanakkor a világ egyik legnaivabb embere is. Honnan veszi ezt? Háborodtam fel. Onnan, hogy nem lát át a szitán. Maga átlát. Ha nem látnék át, nem lennék az, aki vagyok. Maga nem vette észre, hogy a maga úgy nevezett barátja, de Carvaló, és az a lány, Miss Palmer, azért telepettek az ön nyakára, hogy kifürkéssék a szándékait. Dörmöt megbízta őket, és ők teljesíteni akarják a megbízást. Maga elárulta nekik az úti célunkat, persze hogy utánunk jönnek. Nyugodjék meg! Mr. Dermot is ott lesz. És nem lesz egyedül. Ő is magával hozza az embereit. De hát, miért? Kérdeztem. Ismeri a közel-kelet egyik nagy középkori tréfa csinálójának, Nasreddin Hodzsának az anekdotáját. Nos, úgy szól, hogy a koldusz szegény Hodzsa egy éjszaka arra ried, hogy rázza a felesége a vállát. Ébredj, Hodzsa! Suttogja a fülébe. Tolvaj van a házban. Hogyha erre rémülten befogja a felesége száját. Csit, asszony, el ne riazd. Hát ha talál valamit, és akkor elvesszük tőle. Úgy gondolja, hogy ha találunk valamit, nevezetesen egy múmiát, vagy akár hármat, el akarják venni tőlünk. Úgy van bólintott. Erre gondolok. Sőt, nem csak gondolok, hanem biztos is vagyok benne. Úgy tettem, mintha nehezemre esne a lélegzetvétel. És, talán. Meg is, ölnének. Hidegvérrel felelte. De hát miért? Hogy Mr. Dermot nyerje a versenyt. Versenyt. Hökkentem meg. Úgy van. Versenyt. Mert ez már verseny, Emmer Lawrence. Mindketten ugyanazt a célt tűztük magunk elé. Megkeresni a három mumifikált szerzetest. És egy cél érdekében Emmer Dermotnak semmi sem drága. Még talán az ember élet sem. Na és önnek? Emmer Kerintön megvonta a vállát. Amennyire lehet, igyekszem, hogy ne koszoljam össze a kezem. Csak hát meg kell védenem magam. Nem vagyok az a típus, aki szó szerint követi az evangéliumot. Ha megdobnak kővel. Hát én nem kenyérrel dobok vissza, az biztos. Én egyáltalán nem így képzeltem el a dolgot emeltem fel a hangom. Sajnos változtak a körülmények sóhajtotta. Ez engem nem érdekel. Vágtam vissza. Ha leszálltunk tarpalink közelében, én visszatérek új Delhibe. Van valami kifogása ellene. Kerintön elmosolyodott. Tulajdonképpen nincs. Elboldogulok maga nélkül is. Ám azért felhívnám valamire a figyelmét. Jobban mondva, valakire. Konkrétan Kabir lelfelügyelőre. Ne lepődjék meg, ha ott találja a repülőtéren, és egyenesen a sitre viszi magát. Szólok Bagrávacs tanácsosnak. Mire a tanácsos megtudja, hogy ön hol van, már nem is lesz ott. Ezt nem értem. Pedig világos. Hallott már olyat, hogy valaki megpróbált megpattanni a rendőrség elől, s üldözés közben szerencsétlenség érte. Egy zsarunak, hogy, hogy nem, elsült véletlenül a fegyvere. Ismerem Bagrávacs tanácsost, valóban sok mindenhez van hatalma, halottat feltámasztani azonban még ő sem képes. Gondolkozzék el ezen, kérem. Egészen tarpalingig gondolkodtam. Amikor leszálltunk tarpaling a közelében egy füves, lapos mezőn, befejeztem a gondolkodást. Úgy döntöttem, hogy Emmer Carringtonnal maradok. Carrington bólintott, amikor közöltem vele az elhatározásomat. Helyesen döntött, mondta. Hamarosan szükségem lesz magára. Nem is gondolta, hogy mennyire. 48. Tadmár Impocse gyanakodva bámult rám, amikor besétáltam a lakosztályába. Éppen az íróasztalánál körmölt valamit. Amikor beléptem, letette a golyóstollát és keserves képet vágott. Nem találsz valami jó kedvemben, Rimpocse fogadott. Majd felvidítlak ígértem. Tadma cse nagy tréfa csináló hírében állta mellett, hogy irodalmi tevékenysége sem volt elhanyagolható. Mivel valóban kedvelte a tréfákat két könyvet is írt Tompa apóról, egy legendás vimesterről még új delhiben felkészültem rá, hogy megtréfálom egy kicsit. Remélem, a bajuszos nincs veled. Természetesen nincs, mondtam. Bár már Impócse modern apát volt, valahol a régi hagyományok és a modern vallás gyakorlás között bolyongott, mégsem tehettem meg, hogy ne törődjek a mára már jó részt elfeledett szokásokkal. Előhúztam a zsebemből egy hadagott sejemkendőt, kivettem még egy karórát is, és ráhelyeztem a sejemre. Aztán mély meghajlás kíséretében átadtam neki. Tadmar Impocse eltátotta a száját meglepetésében. Hát ez meg micsoda. Egy Rolex óra mondtam. Egy. Rolex. Megőrültél, Rimpocse. Költségekbe vírd magad, amikor tudod, hogy van már legalább tíz órám és egyiket sem használom. Nem szeretem az órákat, rimpócse. Ide fent a hegyek között más értelme van az időnek, mint új Újdelhiben. Semmilyen. Nyugodtan elfogadhatod mosolyogtam. Nem volt drága. Egy Rolex óra nagyon drága. Ha eredeti. Dagmar erre hangosan felnevetett. Elvette az órát, és betette a fiókjába. Ám, ha már kinyitotta a fiókot, ki is vett belőle valamit. Természetesen ő is egy hadagot. A hadagra pedig ráhelyezett egy kis tekercsképet, azaz hangát. A hanka gyönyörű volt, egy démont ábrázolt, amint éppen a világot falja fel. Láttam rajta, hogy régi és nagyon értékes lehet. Itt-ott lyukas volt egy kicsit, itt-ott zsíros, a széle pedig égett. Ezek a jelek egyértelműen arra mutattak, hogy valaha egy kolostortűzből menthették ki ahogy közelebbről is megvizsgáltam, a régi neves mester, Isidorje stílusát véltem felfedezni rajta. Isidorje. Hökkentem meg, és szégyelni kezdtem magam, amiért megtréfáltam az órával. Csak nem akarja nekem adni ezt a drágaságot. Nem fogadhatom el tiltakoztam. Ez egy vagyont ér. Isidorje egy vagyontér. Tagmar Impó szemlélte a tiltakozásomat. Már ha eredeti mondta rövid csend után. Ki festette? Kérdeztem némileg csalódottan. Az egyik szerzetesem. Rálpónak hívják. Meg vagyok én áldva vele. Már harmadszorra ítélem szobafogságra. Képzeld el, Rimpócse, fest az átokfajzat. Olyan ügyesen, hogy csak az istenek adhatták neki ezt az adományt. És ez baj. Kérdeztem. Nem lenne az, ha azt festené, amit maga körül lát, bár azért néha olyat is fest. Inkább a régi mesterek műveit másolja. Így lehet a legjobban tanulni, bólintottam. És sitre kerülni. Így mondják. Így. Rálpo lemásol egy-egy régi képet, jelen esetben is idorgjét, sőt, még ki is preparálja, bekeni jakvajjal, és hogy eredetinek nézzen ki, még égési nyomokat is csinál rájuk. A külföldiek zabálják az ilyesmit. Morogtam. Ez bizony nem szép dolog. Főleg ha egy láma csinálja. Két problémám is van ezzel folytatta Padmarin Bóce. Az egyik, hogy csak úgy kapkodják a képeit. Rálpo sikeres és gazdag ember is lenne, ha nem venném el tőle időről időre a pénzét. Egy szerzetesnek szegénynek kell lennie, Rimbóce. Hova lenne a világ, ha a kolostorokban egymás sarkát taposnák a gazdag szerzetesek, akik drága autókat vesznek, színes televíziót, és még ki tudja, mit nem. Alig ha maradna idejük az imádkozásra. De ez még a kisebbik baj, rimpócse. A nagyobbik az, hogy rálpo szerzetes vásárokon árulja a hamis képeit. Úgy, mintha igaziak lennének. Ez pedig csalás, rimpócse. Szerencsére az indiaiak nem értenek a thankákhoz, nem tudják megkülönböztetni az igaz gyöngyöt az üveggyöngytől. De ha egyszer valahogy mégiscsak kiderülne, hát nekem végem lenne, rimpócse. És vége lenne a kolostoromnak is. Sőt, a szerzetességemnek is. Ő szentsége megfosztana a tisztemtől, és akkor mi lenne velem? Tedd csak el, rimpócse, azt ad hangát, és őrizd meg emlékbe. Ja, és még valamit. Ezt a rápót már olyannyira elragadta a gép széjű, hogy hazudik is nekem. Tudod, mit? Hogy ez a hanka igazi. Megpróbálta beadni nekem, hogy ajándékba kapta egy meggyógyult betegétől, mert hogy rálpo gyógyító szerzetes is. Attól tartok, hogy sok bajom lesz még vele. Hát akkor térjünk a tárgyra, Rimbóce. Mivel van helyem, elég, el tudlak szállásolni benneteket. Valamennyi őtöket. Csak azt áruld el nekem, Rimpócse, hogy ha megtaláljátok a mumifikált szerzetest, mit a szándékotok vele. Nekem semmi mondtam. Emmer Kerintön viszont el akarja vinni Amerikába, hogy egy múzeumnak ajándékozza. Pádma Rimpócse megvakargatta az orra hegyét. Nem tudom, Rimpócse, hogy ez jó ötlete. Amennyiben. A három szerzetes múmiája tibeti nemzeti kincs. Csak éppen nem törődik velük, senki, mondtam. Sőt, még elő sem kerültek. Ha tudatlan ember bukkar rájuk, végképp megsemmisülhetnek. Ez igaz, bólintott Pagma. Mit gondolsz, Rimpócse, hogyha Emmer kerintön elvinné, és valóban egy amerikai múzeumba kerülne, talán akkor, ha Tibet visszanyeri egyszer a függetlenségét, az amerikaiak visszaadják nekünk. Ebben biztos lehetsz. Jól van bólintott. Akkor csak keressétek a szerzetest, a barlangokban. Valahol bennük kell lennie. Különben mi a véleményed Emmer Dermotról? Ő is, ide érkezett. Már tegnap mondta. Egyedül. Legalább öten vannak. Jó magam még nem láttam őket. Állítólag Mr. Dermot gyengélkedik. Hiába, meg kell szokni a magasságot. Valamire szeretnélek megkérni, Rimbóce. Ha lehet, ne legyen lövöldözés meg ilyesmi. Tisztában vagyok vele, hogy Mr. Dermot és Emmer kerintön egyaránt a múmiákat keresi, és az ilyesmikből bizony baj szokott kerekedni. Igaz, a veszély azért nem akkora, mintha a te bajuszos barátod lenne itt. Megkopogtatták odakint az ajtót. Pád már meglepetve pillantott rá. Ki a fene ez? Meghagytam, hogy ne zavarjanak. Hé! Ki az? Az ajtó lassan, óvatosan kinyílott. Önkéntelenül is a talizmánomhoz nyúltam. Tapasztalatból tudtam, hogy a gonosz szellemek és a még gonoszabb démonok látható alakjukban, vagy éppen láthatatlanul ilyen megtévesztő óvatossággal szoktak megjelenni. Tagmar Impocse felállt, kilépett az asztala mögül és az ajtóra merett. Aztán, amikor megpillantotta a nyílásában állót, rémülten felkiáltott, és az arca elé kapta a tenyerét. Az ajtóban egy ismerős férfi állt. Kedves barátom, Domingos de Carvalho. 49. Ki akartam slisszolni mellette a folyosóra, de az apát elkapta a Jackim szélét és visszarántott. Maradj csak itt, Rimpócse. De Kárváló gőgösen felemelte a fejét, és keresztül nézett rajtam. Tad már Rimpócséval szeretnék beszélni, mondta. Hirtelen felismerés féle villant a tekintetében. Hiszen én ismerlek téged, Rimpócse. Én szabadítottam meg a kolostorodat a macska démontól. Globzon Rimpócse, volt inkább tiltakozott bágyattam Padmaláma. Rosszul emlékszel, Rimpócse. Fölmet rá Domingos. Én voltam az. Nekem nem számít egy macskadémon. Már több kolostorból is kiűztem a rohadékot. Némelyikre már nem is emlékszem vissza. Valahogy így vagyok a főlámákkal is. De most nem emiatt jöttem. Beszélhetnénk négy szem közt, Rimpócse. Blobzang Rimpócse a tanácsadón próbálkozott már Rimpócse. Jobban tennéd, ha megszabadulnál tőle, mondta Domingos. Mindig valami bajt csinál. Legutoljára is majdnem összedöntötte a kolostorodat. Na mindegy. Mr. Dermot megérkezett, és meg szeretné keresni a szerzetes múmiát, aki itt rejtőzik egy barlangban. Hogy lehet a barlangokhoz jutni, Rimpócse? Mr. Dermot természetesen busásan megfizeti a fáradozásodat. Ő akart idejönni hozzád, személyesen, de sajnos gyengélkedik. Küldött neked ajándékot is. Csak nem egy Rolex órát. Kérdezte Padmaláma. Nem kapott választ a kérdésére. Ha megtaláljuk a múmiát, komoly összegűti a kolostorod markát. És a tiédet is. Itt volt az idő, hogy lelépjek. Nem nézve egyik őjükre sem, az ajtó felé lopakodtam. Amikor aztán már kint voltam, úgy éreztem, hogy hatalmas kő esett le a szívemről. Csak később jöttem rá, hogy nem esett az le, csupán himbálódzott rajta egy kicsit. 50. Mivel a szerzetesek közül sokat ismertem, nem volt nehéz találnom valakit, aki jól eligazodott a kolostor környékén. Tulajdonképpen eligazodtam én is, csupán a barlangok voltak ismeretlenek előttem. Annak idején nem is egyszer elhatároztam, hogy bemerészkedek néhányukba, de valami mégis visszatartott tőle. A szerzetesek szerint nem is olyan régen földrengés sújtotta a vidéket, a sziklákról nagy kőtömbök zuhantak a völgybe, még szerencse, hogy egyikük nem találta telibe a kolostort. A nagy imahengerek közül azonban néhányat magával sodort a kőlavina. És ami a legfontosabb, a barlangok is megsérültek a földmozgásokban. Volt, amelyiknek teljesen eltömődött a bejárata, másút pedig új barlangok nyíltak, amelyekről senki nem tudott semmit. A szerzetesek nem szívesen mászkálnak barlangokban. Köztudott, hogy a ten ellenségei, az ártó démonok kedvelik a hideg, ember szem nem látta öregeket, és néha bennük tanyáznak. Ha véletlenül szembe kerülne velük valaki a föld alatt. Nos, hát annak nem szeretnék a helyében lenni. Geluk szerzetes mégis úgy ismerte őket, mint a tenyerét. Számára is készítettem ajándékot, egy tubákos szelencét és a hozzávaló dohányt. Gelug jobban megörült neki, mintha száz rolex cel ajándékoztam volna meg. Nagyon jó dohány bólintott. Egyszer már megkínált hasonlóval valaki. Mit kérsz tőlem cserébe, Rimpócse? Cserébe semmit. Ajándék. Nem is akarsz tőlem kérdezni semmit. Azt azért szeretnék. Kivele, miről van szó? A barlangokról mondtam. Gelug Rimpócse aggódó képet vágott. Ettől tartottam, Rimpócse. Nemrég még jól ismertem őket, pedig éppen 170 van belőlük. Vannak köztük rövidebbek, de olyanok is akadnak, amelyek egészen a föld közepéig érnek. A leghosszabbakat kivéve bejártam valamennyit. Nem féltél a démonoktól? Öreg ember vagyok már, Rimpó nevetett. Én már nem kellek a démonoknak. Túl rágós a húsom. Az utóbbi időben azonban kicsit megváltozott a helyzet. A régi barlangok bedőltek. És újak születtek helyettük. Azokat már sajnos nem tudtam végigjárni. Öreg ember vagyok, nehezen hajlik a térdem. Keresel valamit, Rimpócse! Úgy is tudod, mit mondtam? Persze, hogy tudom! A halott szerzetest! A szerzetes múmiát! Te honnan tudsz róla? Hogy honnan tudok róla? Tréfálsz velem, Rimpócse! Hiszen én vettem észre azt a lámát, aki a hátám vitte zsákban. Jól láttam, hogy ember van benne. Egészen jól láttam a fejét, valahogy kibújhatott a zsákból. Lehet, hogy a szerzetes rosszul kötötte be a zsák száját. És. Kérdeztem izgatottan. Mit láttál, melyik barlangba rejtette el? Azt nem láttam, Rimbócse. Kiülhetett az arcomra a csalódottság, mert gyorsan hozzátette. De azért megtaláltam. A múmiát. A szerzetest. Melyik szerzetest? Aki a múmiát hozta. És aki azóta már bizonyára újjá született. Az a szerzetes, aki a múmiát hozta a zsákban, meghalt. Meghalt, Rimpócse. Hol bukkantál a hullájára? Az egyik barlangban. Nem messze feküdt a bejárattól. Épp azt mérlegeltem, hogy benézzeke e a járatba, amikor észrevettem a csizmáját. Ki akartam húzni, de már olyan állapotban volt hogy nem lehetett csak úgy húzgálni. Mi történt aztán vele? Eltemettük, Rimbóce. Néhányan, lámák. Éjszaka. Végre hajtottuk rajta a csöd szertartását. Miért nem szóltatok róla padmának? Ő nem kedveli a csödöt. Mi pedig igen. Úgy is sok a dolga, felesleges lett volna ilyen apróságokkal hergelni. Ő nem tud semmiről, Rimbócse. Sem a múmiáról, sem a zsákos emberről, sem a csödről. Vagy alig valamit. Enyhe rosszallással csóváltam meg a fejem. Nem, mintha a tartása nem tetszett volna, inkább azon sajnálkoztam, hogy a halott szerzetes eltüntetésével sikerült egy talán fontos bizonyítékot megsemmisíteniük. Az érem másik oldala viszont az volt, hogy úgy sem lehetett volna egy hulla épségét megőrizni, meddig is. Mesélj, még valamit róla kértem. Geluk szerzetes megvonta a vállát. Nem sokat tudok róla, Rimbóce. Jó szerével semmit. Nagy a gyanúm, hogy az illető nem is volt szerzetes. Neme. Hökkent meg. És ezt miből gondolod? Geluk szerzetes sóhajtott, cellája egyik sarkába guggolt, majd felvett a padlóról valamit, és felém nyújtotta. A valami egy zsebkendőszerű pergament darabka volt. Zsebkendő. Kérdeztem hitetlen kedve. A szerzetesek nem arról híresek, hogy zsebkendőbe fújják az orrukat. Ez ugyan nem rázta meg a fejét, gelug. Nézd csak meg jobban. Megnéztem. És nyomban fel is tűnt rajta egy halvány, kék valami, ami akár írás is lehetett. Még közelebb hajoltam hozzá. Valóban írás volt, mindörökké Barcelona. Hirdették a megkopott kék betűk. Ekkor döbbentem rá, hogy valójában mit is tartok a kezemben. Gelux szerzetes végig az arcomon nyugtatta a szemét. Amikor rám hullott a felismerés fénye, elmosolyodott. Szóval, már tudod. Ez a bőre. Kérdeztem. Úgy éreztem, mintha égetni kezdené a tenyerem a zsebkendőnyi bőrdarab. Az bizony, rimpócse. Kinyúzta le róla. Én voltam, rimpócse. És? Miért? Hát, ha szüksége lesz rá valakinek az azonosításhoz. Hát, ha keresni kezdik, és akkor jól jöhet még. Én daraboltam fel a halottat is, bár tudom, hogy nem lett volna szabad. Az istenek sajnos újabban csak ritkán kapnak emberáldozatot. A hatóságok megtiltották, és a hozzátartozók sem kívánják már rossz. Ha bűnös volt, most arra bizonyára megbocsátottak neki az istenek. Bár ki tudja. Talán nincs is joguk hozzá. A kármő, a sors törvénye az istenekre is vonatkozik. A lényeg tehát a következő volt: a mumifikált szerzetest egy másik szerzetes hozta a hátán és rejtette el egy barlangban. Egy másik szerzetes, aki nem is volt szerzetes, és valószínűleg nem is nepáli, hanem európai. Egy barcelona drukker. Nagy kár, hogy nem maradt meg a teste, ha megmaradt volna, talán azonosítani lehetne a sportklub segítségével. Meg tudod mutatni nekem azt a barlangot? Kérdeztem. Hát, hogy ne! Rinpoche bitszente gelug. De azt ne ekörd, hogy bemásszak veled a föld alá. Öreg vagyok én már ahhoz. Megmutatom a bejáratot, aztán tégy belátásod szerint. Szerinted nem tette tönkre a földrengés. Gelug ismét megvonta a vállát. Földmozgások mindig is voltak, és mindig is lesznek erre Azt mondják, egyszer egy egész kolostor odaveszett egy barlang mélyén. Benne tartották ugyanis az élelmiszer készleteiket, és éppen egy ünnepre készültek, amikor hirtelen megmozdult a barlang teteje és rájuk omlott. Azóta is ott vannak a föld alatt. Kösz a megnyugtatást mondtam. Kezdett valami nagyon nem tetszeni nekem. Nem mintha eddig minden tetszett volna. Csak éppen a múmi cipelő halott szerzetes, alaposan belekavart a levesbe. Hogy az ördögbe is van ez? Kicsit törtem még a fejem, majd búcsút intettem Gelugnak. Amint kitettem a lábam a cellájából, már fel is hangzott a tűzszögése, és egészen az udvarig kísért. Úgy látszik, elnyerte a tetszését az ajándéktubák. 51. Tulajdonképpen meg kellett volna hagynom Gelugnak, hogy hallgasson a felfedezéséről, és néhány pillanatig haboztam is, hogy megforduljak-e, és pótoljam, amit elmulasztottam, de aztán rájöttem, hogy csak feleslegesen fárasztanám magam. Ha Gelug tud a szerzetesről, akkor más is tud. Nyilván nem egyedül vett részt a csöccszer tartásán, nem egyedül vagdalt a darabokra a halottat, és nem egyedül imádkozott az istenekhez. Nem valószínű, hogy akad egyetlen szerzetes is tarpalink kolostorában, aki ne hallott volna a történtekről. Feltételeztem, hogy ezóta már Domingos és mások is tudnak róla. Például Mr. Dermot is. Bár feszített a tetvágy, elhatároztam, hogy kialszom magam. Ha tudom. A fülem zsongott, mintha még család költözött volna bele, tüdőm elégedetlenkedett a kevés oxigén miatt. És hogy a nagy hegyek rá még egy lapáttal, a fejemet is megfájdították. Természetesen nem először jártam a Himalájában, tudtam, hogy ez be fog következni, mégis abban bíztam, hogy ezúttal elmarad a rosszul létem. Hát nem maradt el. Kénytelen voltam bevenni néhány tablettát, hogy könnyítsék a helyzetemen. Bevettem őket, aztán lefeküdtem az ágyamra, hogy legalább néhány órát pihenéssel töltsék a cellámban. Nos, akkor hát a cellámról is valamit. Dagmar Impóce emlékezhetett még a régi időkre, amikor jó néhány hónapot töltöttem a kolostora fedele alatt, ezért egyik kedvencemet állította a házi oltárra. Mert hogy az is volt a cellámban. Egy régi, már repedezett és enyhén koszos házi oltár. A sejem, amely jellet akarták, ugyancsak a régi időket idézte. A rajta lévő lyukak pedig azokét a moly generációkét, amelyek a elmúlt évek során jókat lakmároztak belőle. Tára anya szobra állt az oltár közepén, nyakában virágfüzérrel. Tára anya arca ezúttal is gyönyörű volt, sőt nem csak az arca, hanem az egész felsőteste. Mezítelen felsőteste mert tára anya nem titkolta el a bájait, ellenkezőleg, modern kifejezéssel élve inkább kitette őket a kirakatba. Mondják, hogy az istennő valaha, a 17. században, nem is istennőnek készült. Élt akkoriban egy szobrász, a nevét már elfelejtettem, aki elkészítette felesége szobrát. Állítólag annak a halála után, emlékezetből. Nagy szerelem tombolt közöttük, csak hogy a szeretet nő hirtelen elhalálozott. A szobrász pedig attól való féltében, hogy idők múltával elfelejti majd szépséges hitvesét, bronzba álmodta. Ott őrizte élete végéig a házában, és csak a hozzá közelállóknak mutatta meg. Így is volt egészen addig, míg ő maga is el nem tűnt a föld színéről. Amikor illően eltemették lehet, hogy rajta is végrehajtották a csöd szertartását a hátramaradottak bevonultak a szobájába, és megtalálták a szobrot. Mivel tisztességes, vallásos népek voltak, oda ajándékozták a közeli kolostornak. Ott terjedt el a legenda, hogy a szobor tulajdonképpen Tára Istennőt, a lámatanok nagy támogatóját ábrázolja. Kicsit késő pedig már senki nem emlékezett arra a gyönyörű nőre, aki a szobor élő mása volt. Nos, ez a szobor volt a kedvencem. Jobban mondva, annak a szobornak a másolata. Mert hogy attól kezdve, hogy felfedezték a mester szobájában, a szobor karrierje meredeken felfelé évelt. Például úgy is, hogy sokszorosítani kezdték. Egy ilyen másolat állt hát az oltáromon. Az, hogy nem eredeti, nem érdekelt senkit. Engem sem. Nem a bronz szobor eredetisége volt a lényeg, hanem maga a szépség. Azzal pedig az én szobrom is bőven el volt látva. Éppen az agyamat túráztattam, amikor valaki megdöngette az ajtómat. Sóhajtottam, kimásztam az ágyból, és odasétáltam hozzá. Ki az? Kérdeztem a biztonság kedvéért. Nem válaszolt senki. Már éppen vissza akartam bújni az ágyba, amikor ismét felhangzott a döngetés. Felkaptam a padlóról az ágyam mellé helyezett 38-as Smith anderson és az ajtóra fogtam. Másik kezemmel eltoltam a tolózárat. Domingos de Carvalho állt a folyosón. Bajusza előre állt, mint a haragos bikáé, de nem csak vele, hanem a tekintetével is döfni lehetett volna. Egy Lorenz nevű embert keresek mondta, miközben megvetően nézett a szemembe. Ilyen itt nincs ráztam meg a fejem, és úgy tettem, mintha be akarnám csukni a ajtót. Lassan csináltam, hogy legyen ideje megakadályozni benne némi habozás után aztán csak bedugta a lábát a szobába, hogy ne tudjam becsukni az ajtót. Emmer Lorenz keresem javította ki magát. Láttam rajta, hogy ettől csak még dühösebb lett. Jöjjön be mondtam. Bejött, és megállt a szoba közepén. Mr. Dermot küldött mondta döjfösen. Magamtól sosem jöttem volna. Ki az a Mr. Dermot? Kérdeztem. Az izé, vezetőnk felelte. Hegyi vezető. Kérdeztem. Nem akarok hegyet mászni és nincs szükségem hegyi vezetőre. Mr. Dermot nem hegyi vezető. Fakad ki dühösen. Mr. Dermot nagyon gazdag ember. És nagy hatalmú tette hozzá. De nem a pénze miatt. Hát akkor mi miatt? Kérdeztem. Én miattam. Bökött a mellére. Ha én a jelenlétemmel, és ezzel itni. Csapott a homlokára támogatok valakit, az attól a pillanattól kezdve nagy embernek érezheti magát. Vegye tudomásul. Tudomásul vettem bólintottam. Na hát. Nos, Mr. Dermot küldött magához, bár megmondtam neki, hogy teljesen felesleges. Amit maga produkálni képes, azt én százszorosan felülmúlom. Na fene, és mi az? Megköszörülte a torkát és megsimogatta a bajuszát. Mr. Dermot azt üzeni, hogy menjen be az egyik barlangba, és hozza ki neki az ott rejtőző múmiát. Csak úgy. Kérdeztem. A következő mondatot úgy mondta ki, mintha nagyon fájna neki. Ezért fizetne magának, százezer dollárt. Jól lehet megmondtam neki, hogy én kevesebbért is megteszem. Akkor miért nem teszi meg? Kérdeztem. Magának is jól jönne egy kis pénz. Engem önnel ellentétben nem érdekel a pénz. Engem a kaland érdekel. Akkor menjen be maga a barlangba, és hozza ki a... Melyikbe? Csúszott ki a száján. Itt van hát a kutya eltemetve. Gondoltam. Fogalmuk sincs róla, hogy melyik barlangban lehet a mumifikált szerzetes. Kérdezzék meg a lámáktól, mondtam. Már megkérdeztük, felelte. Mintha először éreztem volna zavart a hangjában. És... Nem tudják. Vagy nem akarják tudni? Mindenki egy Gelug nevű szerzeteshez utasított. Állítólag ő tudja. Remélem, ő majd felvilágosítja magát. Sajnos Gelug állítólag nem tartózkodik a kolostorban. Akkor kérdezzék Padmát. Ő a főláma. Lehet, hogy ő is tudja. Nem tudja. Miből gondolja, hogy én tudom? A szerzetesek azt mondták, hogy magának elárulta ez a gelug, aztán elvonult imádkozni. És ha így lenne. Akkor én majd megoldom a problémát. Akár már neki is láthat. Fenyegetőn lépett felém. Kiverem magából. Kezdett kellemetlenné válni a dolog. Mivel eszemben sem volt verekedni vele, ráirányítottam a stukkert. Ha nem takarodik ki a szobámból, lelövöm. Maga lőne egy fegyvertelen emberre. Kérdezte gónyos mosoly kíséretében minden további nélkül biztosítottam. Sőt még szeretek is fegyvertelen emberrel lőni. Legalább biztos lehetek benne, hogy nem lő vissza. Felemeltem a stukkert és olyan képet vágtam, mintha kissé begolyóztam volna. Hé! Hé! Kiáltott maga elé kapva a kezét. De, hiszen maga ismer engem. Miből gondolja? Amikor kopogott, kinéztem, és egy ismeretlen embert láttam a folyosón de ha bemutatkozna. Maga szórakozik velem tett egy lépést hátrafelé. Most elmegyek, de még visszajövök, és akkor, és akkor. Soha nem tudtam meg, mivel akart megfenyegetni. Éppen abban a pillanatban, amikor kinyitotta volna a száját, kivágódott az ajtó, és egy ismeretlen férfi kiáltott be rajta. Emmer de Carvalho. Emmer de Carvalho, itt van. Itt vagyok kiáltott vissza Domingos. Mi az ördög? Mr. Dermot üzeni, hogy jöjjön azonnal a bejárathoz. Mi a fenéért? Megölték George Oda Odalapították egy sziklához.